Elérkezett a felkérdezés napja, nagyon sok szeretettel köszöntöm Gulyás Márton, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves közönséget, és nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kezdjük azzal, hogy megtekintünk egy videót, és pedig a Partizán 1%-os adománygyűjtő videóját. A Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelemadód 1%-át már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a Partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem, ha nincs ügyfélkapud, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.nav.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented. Kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal. Ennyi az egész. Szánd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sja1.partizanmedia.hu oldalra, és ott minden részletesen megtalálsz. Nos, Márton, kezdjük el. Kérlek. Alig, ha csak bennem vetődik fel a kérdés. Nem egy ötletes marketing húzás ez a Gulyás Márton felkérdezéses kampány az 1% gyűjtéshez? Hát, ha csak most merült föl benned, mikor már itt ülünk, az régen késő, dehogy is nem. Már előbb felmerült, csak gondoltam, kivárom a felkérdezést. Mi lesz, ha majd jön a plenáris időszak? Mert a kampányban a politikusok mindig mindent megígérnek, aztán jön a plenáris időszak, és hát akkor megkiderül, hogy hát nem is úgy van. Érdemes számítani a plenáris időszakra, vagy ez egy hosszú kampány lesz? Nem biztos, hogy értettem az analógiát, vagy tudtam követni. Először is egyébként sziasztok, bocsánat, nem köszöntem még nektek, hello, köszi mindenkinek, hogy itt vagytok, és a nézőknek is. Hát a plenáris időszak alatt mit értünk a médiában? Mert a politikában értem, a médiában nem, bocs. Hát most, most egy gyűjtési kampány van, és ennek keretében felkérdezzük Gulyás Mártont. Igen. De hogyha véget ér a kampány, akkor hát Gulyás Márton felkérdezhető marad? Gondolom, hogy igen. Vagy nem látom semmi akadályt, hogy ne lennék felkérdezhető. Tehát, hogyha az a kérdésed, hogy ilyen rendezvényt tervezünk-e még csinálni, valószínűleg ebben a formában nem, mert ez egy egyszeri lehetőség. De az a kérdésed, hogy ha te, nem tudom, elhívsz egy műsorodba, vagy interjút kezdeményezel velem a későbbiekben, akkor én annak eleget fogok-e tenni, nem fogok tőle elzárkózni. De alapvetően egyébként ritkán szoktam nyilatkozni interjú formájában, nyilván egy ilyen kampányidőszakot kihasználunk arra, hogy hozzáférhetővé tegyük a személyemet, de alapvetően részben tőlem sokszor idegen az ilyen típusú szerepvállás, bármennyire is más mutat a látszat. Másrészt meg azt is gondolom, hogy szóval ugye egy ilyen kampányban van egy ellentmondás. Mi az intézményt szeretnénk építeni, a Partizán. De önmagában a Partizánra ebben a média nyilvánosságban, a kortárs média nyilvánosságban nem lehet annyi figyelmet behúzni, mint Gulyás Mártonra. Tehát itt egyszerűen az én személyemmel kell megszemélyisíteni a Partizánt, amit eleve az én személyem személyesít meg, de hogyha közelebbről követed a csatornát, azért az elmúlt 2,5-3 évben nagyon tudatosan törekedtünk arra, hogy legyenek más arcok is. A podcastjainknál például döntő többségben már nem én vagyok a host, és tudnék még ilyen dolgokat sorolni, a hírleveleket nem én írom. Tehát nagyon igyekszünk ezt az arc mennyiséget diverzifikálni a Partizán körül, hogy ne csak én húzzam, de egy kampányban abból indulsz ki, ami legjobban be van már árazva, ami a legjobban elérhető a nyilvánosságban, ez pedig az én arcom, tehát gondoljak erről bármit is. Itt a közösségnek is az az érdeke, hogy én ezelől ne ugorjak el. A kérdésedre válaszol, pedig, hogyha lesz ilyen kérdés, amire érdemes választ adni, akkor eddig sem ugrottam el, kampányidőszakon kívül sem fogok elugrani. Nos, amikor én értesültem arról, hogy Rákai Filip kihívja a Partizán csatornát, és létrehoz egy csatornát, amivel kvázi az ellenpólust akarja megalkotni, és azt úgy nevezte el, hogy patrióta, én azt éreztem, hogy mennyire konszolidált mondás ez a Rákai Filip részéről, hogy patrióta. Ahhoz képest, hogy Partizán
ez a konszolidáció diktálja, ellentétben a partizánnal, ami hát sokkal inkább a weimarizációt diktálja, hogyha Rákai Filip a partizánnal egyenértékű mondást akart volna mondani, akkor azt mondta volna, hogy különítmény. Ez egy különös helyzet, amelyben Rákai Filip konszolidál és Gulyás Márton weimarizál. Az a kérdés, hogy ez a név, hogy partizán, ez nem idéz meg egy rettenetes társadalmi kísérletet, aminek nagyon rossz vége lett, rettenetes következményei lettek a 20. században? Érdemes játszani a tűzzel? Tehát csak a történeti hitelesség kedvéért, ha jól tudom, te történelem szakos vagy, tehát nem akarlak kioktatni, de hát azért partizánok pont nem a weimarizálódásért küzdöttek, hanem az ellen. Tehát ugye az olasz antifasizmusnak, a jugoszláv antifasizmusnak fontos aktorai voltak, és lehetne más partizánokat is mondani, akik alapvetően a fasiszta különítmények ellen küzdöttek. De a partizán, mint idea, alapvetően nem csak arról szól, hogy hogyan küzdesz a fasizmus ellen, hanem arról is szól, hogy amikor egyszerűen megvan fosztva mondjuk a magyar média nyilvánosság a legalapvetőbb intézményeitől, az úgynevezett piaci lehetőségek messze nem működnek úgy, ahogy egyébként azt szeretik gondolni nagyon sokan. Amikor a kormányzat elképesztően autokrata módon szabályozza és kontrollálja a nyilvánosságot, akkor az ilyen típusú föllépés, amit a partizán attitűd mutat, azt gondolom, hogy adekvát lehet arra, hogy egy új típusú nyilvánosságot építsünk. Itt a partizán nem arról szól, hogy fegyverbe, hanem arról szól, hogy kamerára, és próbáljunk meg minél inkább eljutni azokhoz a csoportokhoz, fölkarolni azokat a témákat, felerősíteni azokat a hangokat, amelyek a magyar média nyilvánosságból alapvetően hiányoznak, nem csak a kormányzatiból, hanem az úgynevezetten kormányzattól független nyilvánosságban is. De egyébként a fölvetésedre reagálva szerintem is a Rákai Filip hát ezzel megemelte a partizánt, elismerve azt, hogy egy ilyen alliteráló névre van szükség, mint a patrióta. Én nagyon sajnáltam, hogy nem vette komolyan. Én nagyon sajnáltam azt, én úgy, figyelj, az nekünk az a nap volt, amikor a partizán megkapta a Kossuth díját. Rákai Filip elindítja a patriótát, ennél nagyobb elismerést nem reméltünk az Orbán kormánytól, csak aztán valószínűleg ők is úgy jártak el, hogy így előbb cselekedtek és aztán gondolkodtak, és belátták, hogy ez egyébként nem annyira jó. Úgyhogy a Filip ebből végül egy kicsit talán visszább lépett, most ők próbálkoznak az Apáti Bencével, másokkal a YouTube-on, de hát nincsenek olyan izmos eredményeik, és láthatóan egyébként kifejezetten negligálják is a partizánt ilyen szempontból. Tehát ilyen furcsa dolog lekerekedett ebből, hogy elsőre úgy tűnt, hogy akarnak egy alternatívát építeni velünk szemben, aztán ebből visszaléptek, és valami teljesen mást építenek jelenleg. Tehát nem nagyon tudom, hogy mi a stratégia mögötte, lehet, hogy ez még nekik is kihívás. Illetve az is lehet, hogy a Megafon annyira bejött, hogy ez az egész patrióta projekt ezt így félretolta. Rákai Filip a nyelvi alliterációt választotta, és nem az egyenlő értékű mondást választotta. De hát a weimarizáció az attól weimarizáció, hogy a partizánok kihívására a különítmények válaszolnak, nem a patrióták. A patrióták azok, a patrióta az egy ilyen jobb közepes mondás. A bal szélső partizános mondásra, és hát a helyzet az, hogy ez egy bizarr helyzet, mert a nemzeti radikális hatalom 13 éve megkérdőjelezhetetlen mindent ural Magyarországon, és ezzel szemben egy szerkesztőség partizán harcot hirdet. Hát ez legalábbis, hát a fél országnak legalábbis, hát görcsbe rándul a gyomra ettől. Ettől a gondolattól, hogy partizán, hogy jönnek a partizánok. Ez pont úgy, mint az ország másik felének attól grándult görcsbe a gyomra, hogy jönnek a különítmények. Kellenek ezek a nagyon terhelt történelmi analógiák? Tehát ez biztos, hogy jó irányba visz, mert a helyzet az, hogy arra a mondásra, hogy partizán, most a Rákai Filip egy konszolidált mondással felelt. Na de a hatalom, meg az ahhoz tartozó jobboldali identitáspolitika, meg az ahhoz tartozó jobboldali kultúrharc készen áll arra, hogy megalkossa a maga különítményeit, és Magyarországot rántsa bele abba durva polarizálódásba, amiben hát
most a Partizán egy sikeres YouTube csatorna, de hát, hogy mondjam, hát igen, de ez képest a nemzeti radikális uralom, meg hát egy teljhatalmú rendszer. Hát ugye ebben azért még akárhogy is a Partizán, hát nem a domináns pozícióban van finoman fogalmazva sem. Tehát hogy ez a mondás, nem lenne jobb, nem lenne kulturáltabb konszolidálni inkább. Tehát más nevet szeretnél a csatornának? Hogy neveznéd? Ó, hát itt tartunk, hogy nevezzem át a csatornádat. Hát, ha jól értem, ez a problémád. Hogy a Puzsér is P-vel kezdődik, csak... Találjunk egy olyan mondást, ami mondjuk úgy a fél országot nem provokálja, vagy nem kavarja fel. Mert főleg, hogyha azt látjuk, hogy a jobb oldal folyamatosan provokálja az országnak a balliberális felét, és hogy erre adott válasz, mondván, hogy Partizán, ez hát kvázi fölveszi a kesztyűt. És ez egy olyan kesztyű, ami a 20. században már pofán vert minket. És nem biztos, hogy ezt a kesztyűt újra akarjuk az arcunkba. A fél ország lehet, hogy azt mondja, hogy szívesen dobom a kesztyűt, de ha jön a különítmény, nem szívesen kapom. Tehát akkor még egyszer mondom, a partizánok azok mindig is a megszálló náci és fasiszta erők ellen a nemzeti önrendelkezés érdekében küzdöttek. Például az olasz partizánok azért küzdöttek, hogy egyrészről Hitler csatlósait kiűzzék onnan, de azt is megakadályozzák, hogy a szövetségesek, akik jöttek felszólítani Európát, nehogy a saját világrendjüket dominánsát tegyék, és meg tudják őrizni azt a nemzeti önrendelkezést, amit ők fontosnak tartottak. Ugyanez volt Jugoszláviában is, és ott is a partizánok ilyen típusú fellépéssel éltek. Én nem azt mondom, hogy ezek után neveztük el a csatornát. A csatornának szerintem alapvetően a tevékenysége az, ami identifikálja őt sokkal inkább, sem mint a neve, de azt gondolom, hogy igen, ezek olyan baloldali örökségek, amiket nyugodtan föl lehet vállalni, és hogyha a partizánokról az usztaság jutnak eszébe az embereknek, az alapvetően inkább azért van szerintem, mert sajnálatos módon a történelmi oktatásunk erősen deficites, erősen propagandisztikus, és nem képes a különbségeket fölmutatni egyik, illetve másik ilyen típusú föllépés között. Itt Magyarországon ez a partizán azért mégis inkább azt jelenti, hogy azok a szabad csapatok, amelyek a kommunistákat juttatják hatalomra. Tehát mégiscsak van ennek egy ilyen konnotációja, de akárhogy is. De tudsz mondani egy ilyet? Ne haragudj meg. Ilyen micsodát? Hát egy ilyen partizán vezért Magyarországon. Ez Magyarországon a partizánokhoz tartozó konnotáció. De ha te ezt fölvállalod és azt mondod, hogy oké, okay, hajrá, vej már, részemről oké, okay, csak az a, most az várj, a helyzet, most, hogy... Kommunisták hatalomra jutásáról beszéltél, most meg már Weimarról megint. De Magyarországon nem a partizánok jutották hatalomra a kommunistákat, hanem a Vörös Hadsereg és a Szovjetunió. Nem voltak ott partizánok. Ha viszont partizán, nem gondolod-e, hogy a partizánság akárhogy is mégiscsak kötelez? Ha partizán, lehet azt ilyen kommersz módon csinálni? Kis Ádámokkal, meg Sebestyén Balázsokkal, meg Majkákkal viháncolva? Szép kötés. És akkor válaszolj egy klasszikussal, mi az, hogy nagyon is. Mert, hogy miről van szó, ugyanazt csináljuk, amit te is, Robert. Bemegyünk abba a térbe, amit bulvárként ismerünk mondjuk, és használjuk annak az eszközeit és az erőforrásait ahhoz, hogy rendszerkritikus üzeneteket tudjunk sokkal szélesebb körbe eljuttatni. Sebestyén Balázs eljön, és beszélhetünk vele például a rádiófrekvenciák elosztása mögött álló oligarchikus érdekekről, amiről ő korábban soha sehol nem beszélt. Eljön hozzánk a Majka, és beszélhetünk például a szerencsejátékfüggőségről, a popzeneiparnak, a politikai kitettségeiről, és így tovább. Tehát, hogy ugyanazt csináljuk, amit te csináltál, és szerintem helyesen, ha tetszik, akkor te voltál ennek bizonyos értelemben az előfutára Magyarországon, hogy bementél, csillagszületik volt, ilyen jól mondom, a csillagszületik zsűriébe, kaptad érte a pofonokat, hogy az underground, alternatív Puzsér eladja magát egy zsák bagóért, és egyébként az a helyzet, hogy megépítetted a magad profilját országosan, képviseltél egy olyan új kritikai attitűdöt, amit korábban senki más sem képviselt országos nyilvánosságban, meg tudtad újítani ezzel a bulvárról való beszédmódot.
nem egy puzsérra lett volna akkor ott szükség, hanem 100-ra, 1000-re és így tovább. Pár év múlva jött a Partizán, és mi is ezt próbáljuk építeni, hogy egész egyszerűen a bulvárral igenis lehet sokkal szélesebb nyilvánosságot elérni, és igenis lehet azt az attitűdöt építeni, hogy azok az emberek, akik bulvárszereplőként, celebritásokként, szélesebb nyilvánosság előtt gondolatokat fejtenek ki látszólag apolitikusan, ezek kőkeményen valójában politikai pozíciókat, véleményeket, kulturális attitűdöket is képviselnek. Ez centire az, Robert, amit te tévéműsoraidban, publicisztikáidban, rádióműsoraidban, különböző rendezvényeiden képviselsz most már lassan másfél évtizede. Hát te úgy ítéled meg, hogy a Majkával, Kis Ádámmal, Sebestyén Balázzsal való beszélgetésed az bulvárkritika volt. Ezek interjúk voltak, és voltak benne bulvárkritikus részek természetesen. Ha egy szóval kellene megnevezned, mi a baj a világgal? Wow! Azért innen élesen váltottál. Kitárgyaltuk mi még a Sebestyén Balázst és a Majkát? Ne, még visszatérünk. Egyetlen szóval. Mi a baj a világgal? Nyilván a legfőbb baj, hisz egy szóval. Felteszem, azt szeretném, hogy azt mondjam, hogy a kapitalizmus. Nem bánnám. És mivel most vendég vagyok a saját csatornánkon, ezért megadom neked ezt, tehát hogy csak egyetlen egy szót szabad mondanom, ami egyébként nyilván alapvetően idegen tőlem, mert én nem gondolom azt, hogy egy szavakba le lehet írni a problémákat. Sőt, azt is gondolom, hogyha megfigyeled egyébként a műsoraimat, hogy az utóbbi időben sokkal kevesebbet használom a kapitalizmus szót, pont azért, mert emberek, hogy mondjam, rögtön ideológiai válik egy olyan vita, ami alapvetően arról szól, hogy nézzük meg, hogy az a gazdasági, hatalmi rendszer, ami itt is van, Európában van, a déli országban, Amerikában van, különböző kontinenseken van, alkalmas-e arra, hogy emberek széles tömegeinek a lakhatását, a jólétét, a tisztes megélhetését biztosítsa, vagy sem? És ha ez az alapvető kérdés, akkor azt kell látnunk, hogy ez a rendszer nem alkalmas rá. És az nem igaz, vagy az önmagában, hogy mondja, nem válasz, hogy korábban más rendszerek sem garantálták ezt, mert ettől ez még nem lesz kevésbé elviselhető. És hogyha ezt kapitalizmusnak hívják, akkor ki kell mondani, hogy igen, a kapitalizmus ezt nem képes teljesíteni. Ha csak arra ránézünk, bocsáss meg, hogy az elmúlt egy évben most derült ki a 100 leggazdagabb magyar listája. 1400 milliárd forintnyi vagyon koncentrálódott, növekedett, előző évről mostanra az ő kezükben. 1400 milliárd forint. Ez a pénz a pedagógusok bérfejlesztése, az egészségügyi szakdolgozók bérfejlesztése, az átfogó kórházi reform, hosszan sorolhatnám még, mind kijönne belőle. Lehet, hogy a feléből is kijönne. És ha megnézzük például azt is, hogy európai szinten most jöttek ki az Eurostat adatok, szektorálisan nincs olyan szektor az európai gazdaságban, ahol a profitráta növekedése ne lenne sokszorosa az előző évinek, míg a béreknek a növekedése stagnál, vagy adott esetben csökken. Ezeket a kérdéseket kell föltenni, mert önmagában kapitalizmusról beszélni, hát ez mindig egy ilyen ideológiai faszkardozássá válik, és ebből nekem elegem van. De azok szerintem fontos kérdések, hogy amikor azt látjuk, hogy ekkora vagyonok koncentrálódnak, akár csak egy év alatt is ilyen mértékű vagyonnövekedés van, arra az a válaszunk, hogy hát kapitalizmus és szabadversenyes piaci helyzetek vannak, küzdjetek meg vele, aztán mindenkinek csókolom, vagy azt mondjuk, hogy nem. Hát ha ez a rendszer csak azt tudja garantálni, hogy ezeknek az ágazatoknak folyamatosan növekedik a bevétele, és elképesztő vagyonokon ülnek, de közben meg a közemberek szintjén elképesztő nélkülözés, elbetegedés és alapvető problémák jelentkeznek, akkor muszáj azt mondanunk, hogy ez a rendszer nem tudja azt az alapvető vállalását teljesíteni, hogy valamilyen módon a civilizáció és az általános közjó fejlesztéséhez járul hozzá. Akkor tehát a kapitalizmus állami kontrollra szorul, állami korlátozásra szorul, vagy pedig a kapitalizmus maga a probléma, és nem korlátozni, vagy keretek közé terelni kell, hanem felszámolni, hogy átadja a helyét valami újnak. Ez egy dilemma. Ez egy dilemma. Jól értem, akkor hát hogy áll a dolog? Korlátozni akarjuk a kapitalizmust, vagy felszámolni, mint problémát? Tamás Gáspár Miklós kell idéznem.
aki egyébként az egyik legszuperebb podcastunkban, a Belépési küszöbnek a legelején mondja el ezt az ottani szignálban, hogy a kapitalizmus rövid távú felszámolására én sem látok esélyt. Ezt nem most mondta, Isten nyugasztalja. De azt gondolom, hogy ebben igaza van, és azt is gondolom erről, hogy éppen ezért ez egy bizonyos értelme hamis dilemma. Mert jelenleg rengeteg olyan eszköze lenne akár a magyar államnak, a magyar kormánynak, akár az európai államoknak, akár az államközi különböző intézményeknek és szerződéseknek, hogy érdemben ezeket a kirívó egyenlőtlenségeket kezelje. Tehát amikor ilyen típusú megnövekedett bevételek vannak, és azt lehet látni, hogy ilyen vagyoni koncentrációk jönnek létre, miközben a pedagógusoknak az amúgy is lehetetlen és elképesztően alacsony bérét tovább inflálja ez a válság, akkor igenis azt lehet mondani, hogy hát azért vannak adóztatási lehetőségek, vannak más új elosztási lehetőségek, tehát hogy mondjam, első lépésként nem kell azért arról beszélni, hogy akkor a magántulajdont egy az egyben szüntessük, meg számoljuk fel kapára kaszára, hanem arról kéne beszélni, hogy egy működő államra lenne szükségünk, egy olyan kormányzatra, amely nem hozzájárul az egyenlőtlenségek növekedéséhez, hanem ilyenkor, legalább ilyenkor, amikor ilyen kirívó válság van, ezeket korlátozza. És bocs, Robert, én olvaslak téged, hallgatlak téged, ezek a te gondolataid is. Amikor azt mondod, hogy nem látsz esélyt a kapitalizmus rövid távú felszámolására, abból én azt hallom ki, hogy ez helyes lenne, csak nem, éppen nem realitás. Tehát, hogy valójában helyesnek és jónak tartanád a kapitalizmus felszámolását, csak a jelen politikai helyzet, vagy politikai gazdasági körülmények ezt te nézőpontod szerint nem teszik lehetővé. De hogy igazán jó lenne kapitalizmus nélkül, csak erre most rövid távon nem látsz kilátást. Jól értem? Tudod, mi lenne a jó, Robert? Olyan gazdasági, pénzügyi rendszer nélkül élni, amely az emberi eldologiasodás és az emberi elidegenedést nem erősíti. Nekem ez a legfontosabb kérdésem. Mert olyan rendszerben élünk, amely alapvetően tárgyasítja az embert, tárgyasítja az emberi viszonyokat, minden tranzakcionálisan kezel, beméri azt, hogy mondjuk ennek a beszélgetésnek mennyi az értéke, annak, hogy az emberek itt eltöltenek 2-3 órát, mennyi az értéke, mindent pénzügyi számokká redukál le, és ilyen értelemben termékesíti, és ezzel egyébként téged én már nem Puzsér Robertként látlak, hanem egy megvásárolt szolgáltatásként, ami itt ül, és biztosítja azt, hogy az 1%-os kampányunk sokkal szélesebb körbe tudjon eljutni. És ez egy probléma. Azért ezt az árat be fogod fizetni, azért remélem az este folyamán. Én biztos nem, de ők szerencsére igen. De bocs, Robert, ne haragudj, csak azt kérdezem meg, ezzel én azt feltételezem, hogy ezzel te is egyetértesz. A döntő kérdés az én számomra az, hogy a kapitalizmus, amihez tartozik, nyilván ez az eldologiasodás, az elszemélytelenedés, mindezek hozzátartoznak, és kvázi a következményei, de ha mindezt felszámoljuk, maradnak-e emberi és polgári jogaink? Ugyanis eddig még a történelemben nem volt olyan időpillanat soha, hogy a kapitalizmust leváltottuk, de a polgári társadalom megmaradt. Hanem ahányszor leváltottuk a kapitalizmust, mindig az emberi és polgári jogok is mentek a levesbe. A kapitalizmussal együtt. És ezért ez minden esetben társadalmi katasztrófába torkollott. Tehát szerintem nagyon óvatos művelet kell, hogy legyen, hogy milyen módon akarjuk felszámolni a kapitalizmust. Tehát én a kapitalizmus állami kontrolljában hiszek, egy erős államban, amely visszaszerzi a szuverenitást, a kvázi a nép szuverén, inkább akkor úgy mondom, hogy a nép vagy a társadalom visszaszerzi a szuverenitást a állami intézmények fölött, az állami hivatalok fölött, a tisztviselők fölött, és ezek nem a cégek lobbistáinak fognak felelni majd az intézkedéseikkel, hanem majd az állampolgároknak. Tehát egy nagyobb demokrácia és egy erősebb állam és egy erősebb kontroll, kvázi vonuljanak ki a lobbisták, vonuljanak ki a cégek és a részvénytársaságok a minisztériumokból, meg a minisztereknek az előszobáiból, és legyenek szívesek a képviselők, a miniszterek, a politikusok mostantól kezdve, vagy újra a társadalomnak felelni, és nem a cégeknek felelni. Erre nem mennek rá.
Ezt úgy hív, egyébként úgy hívnám, hogy reform. A demokrácia reformja, mert a demokrácia eldeformálódott, és reformálni kéne, vissza kéne állítani az eredeti funkcióit. Erre nem mennének rá az emberi és polgári jogok, de arra a fajta forradalmi szándékra, amely a partizánnak a nevében is kifejeződik, amint arra korábban utaltam, és amely a kapitalizmus felszámolására irányul, én féltem az emberi és polgári jogokat, mert eddig még csak rossz példákat ismerek. És akkor ezzel kapcsolatban vártam tőled valami megnyugtatást, hogy nem hogy te is érzékeled, hogy ez mennyire veszélyes. És sikerült? Még azért én még egy kicsit megnyugodnék. Akkor hadd mondjak erre valamit, mert két dolgot mondtál, amire szeretnék reagálni. Az egyik, hogy azt mondod, hogy jó lenne, hogyha az állam jobban tudná kontrollálni ezeket a nagyvállalatokat, cégeket, és visszaszerezni ezt a fajta autoritását. Szerintem ez egy illúzió, hogy erre képes lehet. Egyszerűen olyan mértékű tőkekoncentráció van transznacionális pénzügyi érdekek kezében, amelyeket egész egyszerűen jelenleg nemzetállami szinten senki nem tud szabályozni. Tehát önmagában az, hogy egy nagyon-nagyon szerény, egy rendkívül szerény nemzetközi adóztatása legyen a tőkének, az is vérrel, verejtékkel megy csak át. Egy rendkívül szerény mértékű társasági adóról beszélek, amivel elviekben az euróatlanti világban vagy transatlanti világban mindenkinek kellene rendelkeznie, és ez is vérrel, verejtékkel megy át. Az, hogy mondjuk például a szabadpiaci eszközökkel próbálják felszámolni a klímaváltozást, és valamilyen módon megállítani ezt, ez láthatóan szintén rendkívül nyögvenyelősen megy. Szerintem megalapozott azt feltételezni, hogy ilyen eszközökkel sajnos ezt a katasztrófát nem fogjuk tudni időben kezelni. Tehát az a helyzet, hogy jelenleg akár mondjuk a Jeff Bezos, akár a Bill Gates, és hosszan lehetne sorolni, ráadásul rengeteg olyan név van, akiről nincs is széles körben tudomásunk, ezeknek olyan hatalmuk van mindenfajta közösségi számonkérhetőség nélkül, ami egyetlen egy világvezetőnek sincs. Ezek az emberek földeket tulajdonolnak, ezek az emberek komplett iparágakat tulajdonolnak, ezek az emberek komplett nyilvánosságokat tudnak csavargatni ide vagy oda, és az egy hatalmas probléma szerintem például Magyarországon, hogy az erről való beszédet a szélső jobb sajátította ki. Részben azért, mert a baloldal gyáva volt, részben azért, mert lekötelezett volt tőke érdekeknek, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ebben nagyon élesen kell fogalmazni, pont azért, hogy az emberek lássák meg, hogy létezik erre nem szélső jobboldali válasz is. Én ugyanis nem amellett agitálok, hogy a Bill Gates számoltassuk el, nem amellett agitálok, hogy a Jeff Bezos számoltassuk el, hanem amellett agitálok, hogy egy olyan rendszert számoltassunk el, ami Jeff Bezosokat és Bill Gates-eket termel nagy üzemben, és egyébként melléktermékként milliárdokat taszít kilátástalanságba. Tehát, hogyha az a kérdésed, hogy visszatudja szerezni az állam ezt a típusú képességét, akkor az a rendkívül rossz hírem van, hogy szerintem jelenleg erre esély nem nagyon mutatkozik. Érdemes a Bernie Sandersnek most jelent meg ez a kötete, röviden tudtam vele erről is beszélgetni, amiben arról ír nagyon érzékletesen, hogy a 2020-as demokrata előválasztási kampányban ők hogyan fogalmaztak meg egy a Franklin Delano Roosevelt New Deal-jénél is ambiciózusabb újjáépítési tervet, ami részben a koronavírus válság kérdéseit, részben a recesszió kérdéseit kielégítően tudta volna kezelni, illetve adresszálta volna azokat az évtizedes válságokat, amelyek az óvodai oktatásban, a gondoskodásban, egy csomó területén a munkavállalásnak jelentkeznek, és ami miatt Amerika egész egyszerűen milliók számára, tízmilliók számára nem képes biztosítani a prosperálást. Az volt a megállapodás, hogy ezeket, amint sikerül elnöki székbe iktatni Joe Biden-t, ő mindent meg fog tenni azért, hogy ez kitapossa a megfelelő törvényhozói testületekből. Ezek a tervek nem valósultak meg, és azért nem valósultak meg, mert azok a demokrata szenátorok, akiknek lehetősége lett volna választani, ezeket szépen és érzékletesen leírja Bernie Sanders, azoknak olyan tonorjaik vannak, azoknak olyan kitettségeik vannak, amiatt ilyesmit soha nem támogatnánk. Csak azt akarom mondani, hogy még a demokrata párton belül is, ahol nyilvánvalóan még leginkább találhatóak olyan emberek, akik mondjuk meggyőzhetőek egy ilyen reform mellett, még ők sem állíthatóak emellé, mert akkora erők állnak annak érdekében, hogy ők nehogy véletlenül is újraelosztásban, a tőke tulajdonok újrarendeződésében bármilyen törvényt megszavazzanak. Így nem nagyon látom, hogy hogyan lehetne ebben mozgásteret kialakítani, és hát ha Magyarországra nézünk, mert itt élünk, nekünk ez a realitásunk, a helyzet még tragikusabb.
Az Orbán kormány a német tőke zsebében van, volt, jelenleg már az ázsiai tőke zsebében van, és ki tudja még, hogy milyen díleket fog kötni, aminek következtében az agráriumunkat, a vízünket, a különböző lehetőségeinket, akár Debrecenben, akár Gödöllőn, nézhetünk bárhova, egész egyszerűen ki fogja árusítani fillérekért azoknak az érdekeknek, amik most megpróbálnak az akkumulátorgyártásban piaci pozíciót szerezni, hogy az autógyártásnak legyen egy második hullám, vagy egy újabb hulláma, és ezzel prolongálni lehessen ezt egyébként alapvetően döglődő iparágat. Én azt gondolom, hogy ez Magyarország nem áll érdekében. Ezeket az irtóztató pénzeket, amiket az Orbánék odaadnak hozomra ezeknek a cégeknek, azt igenis a kis és középvállalkozói réteg megerősítésére kellene befektetni, olyan munkahelyeket garantálni, amik hozzáadott értéket termelnek, és nem pedig azt látni, hogy hát elmehetsz a gyárba a szalag mellé, és csavargathatod a különböző alkatrészeket, meg savakat öntögezgethetsz, amik szét nem marják a nyálkahártyádat, meg a bőrödet, akkor majd utána hazamehetsz, mert táppénzt egyébként meg nem fizetünk. Tehát, hogy egy olyan komplex válság pillanatában van most ez az ország, mint 89-90-ben, amikor hirtelen megnyíltak a határok, és húgyért-szarért kiárusították a legfontosabb iparágainkat. Most ez zajlik, csak most a természeti kincseinkkel. És ezért is fontos nekem ez a beszélgetés, mert nagyon sokat tudunk arról vitatkozni, és fogunk is, és nagyon szívesen válaszolok minden kérdésedre, hogy mik azok a kulturális különbségek, amelyek minket elválasztanak. De azt feltételezem, hogy ezek azok a kérdések, amikről az előbb hosszan beszéltem, amelyek közös pontok lehetnek. És ezt nevezhetjük középnek, nevezhetjük balnak, nevezhetjük bárminek, nevezzük annak, hogy Magyarország jelenlegi krízisét hogyan tudjuk tudatosítani, és hogyan tudunk abban szövetséget vállalni, hogy ezekre legyen érdemi ellenállás és érdemi ellenreakció. Én baloldali érzelmű vagyok, aki ismer engem, azt tudja, kapitalizmus kritikus vagyok, ugyanakkor reformpárti vagyok, és bevallom, hogy én irtózom és rettegek a forradalomtól és az ellenforradalomtól. És pedig a forradalom ellenforradalmat okoz, és pedig az ellenforradalom forradalmat okoz, és ezek kölcsönösen visszahatnak egymásra, és mindkét oldal meg van győződve arról, hogy a másik kezdte, és ő csak visszaütött. De ez egy reális veszély szerinted 2023 Magyarországán? Az első világháborút megelőzően azok, akik a később a forradalmat, meg később az ellenforradalmat vezényelték, kávéházakban beszélgettek, cseréltek eszmét, vitatkozgattak egymással, és egy a boldog békeidők atmoszférája lengte körül őket. Aztán jött az első világháború, és az ember olyan mértékben szállt alá, ereszkedett le önmaga ösztönvilágára, hogy rögtön jött a pétervári pucs, aztán rögtön jött a szovjet állam, és nem sokkal később szárba szökött a nemzeti szocialista harmadik német birodalom. Az első világháború választotta el ezt a kétféle atmoszférát egymástól. Az első világháború ezek mögé az elméleti viták mögé, és már megalkotott, létrejött identitások mögé rettenetes mennyiségű vért és emberi szenvedést rendelt, mint fedezetet, és abból már forradalom lett, és abból már ellenforradalom lett, és abból már világháború lett, meg totalitárius rendszerek, meg telelőtt tömegsírok. Meg lehet, hogy csak ennyire vagyunk, hogy csak egy háborúnyira vagyunk attól, és minthogyha itt a határ mentén lenne is egy valami ilyesmi, egy háború. Nem gondolom azt, hogy ebből olyan iszonyatos világháború lehet, de nem, nyilván nincs is a dolog kizárva. Most jelen helyzetben az ellenforradalmárok meg a forradalmárok még kávéházi körülmények között gyűlölik egymást. Még az eszméik ködös terébe vannak elszállva. De meg lehet, hogy kritikus mennyiségű vér és szenvedés majd lerántja őket a meszes gödrök húsvér valóságához. És én bevallom őszintén, hogy a 20. század után, a 20. század tapasztalatával félek ettől. Én nem gondolom, hogy immunis lett az emberiség az iránt, ami a 20. században történt, sőt,
Éppen ellenkezőleg azt érzem, hogy egyre inkább ködbe vész a 20. század rettenetes rémrezsimjeinek és elnyomó intézményeinek az emléke. És egyre inkább érzem azt, hogy a forradalmárok az ellenforradalmárokat, az ellenforradalmárok meg a forradalmárokat nevezik meg a bajok forrásaként. Hát nem az egyik a kapitalizmust, a másik az meg a globális, hoppá, majdnem ugyanazt mondtam, pedig mindkét oldal ugyanaz, úgy tűnik, hát egyik oldal a kapitalizmust, a másik az meg hát a globális háttérhatalmaknak megint a kapitalizmust. De hogy én azt érzékelem, hogy pont ez a weimarizáció, hogy egyre inkább azt érzik a társadalomnak a tömegei, és egyre nagyobb tömegei, hogy most már jó lenne megint odabaszni a másiknak, hogy befogja a büdös pofáját. És ezek az erők, ezek egymást gerjesztik. És én, nekem a hideg futkos végig a hátamon, ha arra gondolok, hogy ez mibe torkolhat. És ezért érzem azt, hogy amikor azt mondod, hogy partizán, az a te részedről egy ilyen identitás megvallás, az én részemről meg egy ilyen rettenetes emlék, egy ilyen rettenetes asszociáció, rögtön beugranak a különítmények, és azt érzem, hogy baszki, nem kéne vigyázni inkább a konszolidációra, amíg tart. Megőrizni, meg védelmezni, ameddig van mit. Szóval, hogy én irigyellek, hogy számodra 2023 Magyarországán a terrortól való rettegéshez a partizán a legfontosabb félelem forrása. Mert hogy azért érdemes, nagyon meggyőző volt ez a gondolatfutam, de közben azért érdemes a realitásokból kiindulni. Magyarországon nincsen baloldali terrorizmus. Az, ami történt például februárban, azt németországi különböző szolgálatok által is megfigyelt, velük együttműködő, tehát, hogy mondjam, az antifasizmusokban legalábbis megalapozottan megkérdőjelezhető minőségű provokátorok intézték el, és egyébként meg azt lehet látni, hogy a köztársasági elnök egy terrorizmusért elítélt bűnszervezetnek a vezetőjét felmenti. Azt lehet látni, hogy egyébként egy teljesen ártalmatlan, semmit el nem követő aktivista nőt 2 hétre börtönbe csuknak, majd kiengednek, a mai napig nem kérnek tőle bocsánatot, és megszüntetik vele szemben az eljárást. Azt lehet látni, hogy a déli határnál a menedékkérőket 2015 óta rendszeresen verik, bebörtönzik, és olyan körülmények között tartják, ami semmifajta az emberségesség követelményével össze nem egyeztethető álláspontot mutat be. Azt lehet látni, hogy rendszer szintű a rasszizmus, rendszer szintű a kirekesztés, és azt lehet látni, hogy igen, Magyarországon állomásoznak, találkoznak nemzetközi náci csoportok tagjai azért, hogy itt szervezkedjenek, és itt egyébként a magyar államnak a jótékony szemethúnyása mellett gyakorlatozzanak. Nem baloldali ember volt, aki lelőtt egy magyar rendőrt, hanem a nemzeti, már nem is tudom, mi volt a pontos neve annak a szerencsétlen embernek, aki ezt megtette, Györkös István, bocsánat, ő volt az. Tehát, hogy mondjam, Magyarországon nem a baloldal jelent fizikai veszélyt az állampolgárokra, hanem igenis a szélső jobboldali extremizmus, ami egyébként számos formában tetten érhető a nyilvánosságban is, és hogy mi van a félnyilvánosságban, abban jobb bele se gondolni. Hát akkor mi a helyes válasz a szélső jobboldal fenyegetésére? A szélső baloldal felállítása, és ennek a kihívásnak az elfogadása, vagy inkább a közép? Mi a helyes váltás? Mi a jobb széllel szemben álló pólus? Tényleg a bal szél? Nem arról van szó, hogy a bal szél valójában a jobb szélt igazolja, erősíti, hitelesíti, látja el küldetéssel, felhatalmazással, látja el a maga ideológiai helyének az igazolásával. Tehát nem lehet, hogy a mindkét szélnek az ellentéte éppen a közép lenne? Hogy éppen hogy amikor én azt látom, hogy utcai erőszak van Budapest utcáin, hát ezek már a
történelmi 20. századi weimarizációnak a jelei. Ez nem az, amikor a virtuális térben, a komment mezőkben különböző rohamosztagok tépnek szét különböző virtuális személyeket, vagy személyeknek a virtuális lényét, hanem itt már az történik, hogy konkrét húsvér embereket vernek az utcán. Tényleg mi köze a partizánhoz, ne haragudj. Nem, én Magyarországról beszélek, és arról, hogy a partizán, az a mondás, hogy partizán, mintha nem vizet, hanem inkább benzint lögybölne erre a tűzre. Csak ennyit jeleznék. De ezt most föltételezed, vagy állítod? Mert azért van különbség a kettő között. Állítom. Uh-huh. Azt mondod, hogy a partizán működése az radikalizálja a nyilvánosságot? Nem, és ebben a vonatkozásban a Sebestyén Balázs, a Kis Ádám és a Majka papa, főleg a birponkozás és egyéb élmények, azok kifejezetten középre hajtják a weimarizálódó magyar közéletet. Akkor segíts meg érteni, mi a baj, mert tényleg elvesztettem a fonalat. Ez a mondás, hogy partizán, de pont érted, hogy ez a mondás, hogy partizán, ez egy terhelt, történelmileg terhelt. Hát de most már ezen de én elmondtam, hogy mi a... Én érteni vélem, de te értsd az én félelmeimet azzal kapcsolatban, amikor embereket vernek az utcán politikai okokból, tehát gyűlöletbűncselekmények zajlanak az utcán, kifejezetten gyűlölet motivált, a politikai ingerültség és politikai gyűlölet motivált a bűncselekmények, és nem csak az utcai bűncselekményekben érzékelhető ez, hanem az egész magyar közéletnek ez a bestializálódása, ez az elaljasodása. És persze lehet mondani, hogy hát ezt a jobb oldal műveli. Nem ezt mondom. A helyzet az, hogy van az a mondás, hogy kettőn áll a vásár. És ez általában azért igaz szokott lenni. Biztos, hogy most a jobb oldal van éppen hatalmon. Éppen egy 13 éve teljhatalmon, és ennek megfelelően most a jobb oldal ebben a helyzetben ezért sokkal inkább felelős. De korábban, amikor éppen nem a jobb oldal, hanem a baliberális kurzus volt hatalmon, nem teljhatalmon, de minden esetre hatalmon, akkor sem látszott úgy, hogy az a kurzus az kezet nyújtana, érdekelt lenne a megbékélésben. Az engem nem érdekel, mert én nem vagyok a része. De én értem. Én csak arról beszélek, hogy milyen irányba halad Magyarország. Én is. És hogy ebben a vonatkozásban egy... Bocs, de egy középutasabb, konszolidációt diktálóbb mondás az, hogy patrióta, mint az, hogy partizán. Alig, ha csak hát én jó, érzem. Csak akkor bocs, tehát azt mondod, hogy a patrióta középutasabb, mint a partizán? Nem, a neve az. Ez képes, amit néznek, hogy mit csinálnak, és mit csinál a partizán. Tehát, a neve. Hát de most nem a neve számít, ez a neve, lényeg. Igen, de a nevében egy csomó mindenki fejeződik az üzen. Értem, a realitásokból induljunk ki. Uh-huh. Tehát a patriótán, ha mutatsz nekem olyan videót, egy frémet egy videóból, ami ennek a kívánalomra megfelel, én bárkinek odaadom az 1%-ot a partizánon kívül. És ehhez képest azért a partizánon szerintem az, anélkül, hogy így különösebben felszabkodnám magunkat, az szerintem azért tetten érhető, hogy nagyon tudatosan átívelünk politikai árkokon velünk, látványosan egyet nem értőkkel is leülünk, ezeket a bűnöket 2015-ről, amiket említesz, számon kérünk, utána megyünk, próbálunk történeti kontextust építeni, tehát hogyha valami szerintem megkülönbözteti a partizánt, az pont az, hogy nem állunk bele a szekértábor logikába, azzal együtt, hogy van egy világnézetünk, tehát amit az előbb elmondtam, az azért a szerkesztőség, így vagy úgy, de valószínűleg nagy többséggel a magáinak tudja vallani, ha nem, akkor majd kiderül a szerkesztőség értekezleten, és akkor azt majd hétfőn kezeljük. De hogy érted, Robert, tehát hogy azt érdemes megnéznünk, hogy a konkrét tevékenység, amit űzünk, az egyébként milyen eredményeket állít elő, és hát a partizánnak azért alapvetően mégiscsak az a híre, hogy mondjuk az ilyen típusú társadalmi párbeszédnek inkább talán kezdeményezésen, mint hátráltatója, de hogyha ebben más gondolsz, és van konkrét példád, akkor beszéljünk arról, mert szívesen szembesülök a nem tudom, hibáinkkal, vagy a félre csúszásainkkal. Beszéljünk inkább akkor most arról, hogy mi is a marxizmus.
kicsoda Gulyás Márton? Marxista? Vagy kapitalista? Mert az eszmék, meg a gyakorlat, az bizony nem ritkán konfrontálódik elég éles szögben. Nem, ez is olyasmi, ami bizonyára nem csak bennem vetődött fel, hogy hát itt egy jól menő médiacégnek az élén állsz, miközben hát a kapitalizmussal szemben fogalmazod meg a magad sokszor forradalmi kiáltványait. Tehát akkor ez hogyan harmonizálható ez az ellentmondás, vagy oszlatható el ez az ellentmondás? A partizán tevékenység olyan járul hozzá a magyarországi vegymarizálódás, hogy ezt elengedtük. Jó, nem csak kérdezem, hogy oké, válaszolok a kérdésedre, hogy kapitalista vállalkozó lennék-e? Ez a kérdés. Igen. Mégpedig nagyon egyszerű oknál fogva, ebben a rendszerben, és nem az Orbán rendszert értem alatt, hanem a létező világot, mint olyat, ezek a keretek állnak rendelkezésre ahhoz, hogy az ember például egy ilyen tevékenységet működtetni tudjon. Mivel tudok én szembe menni mondjuk azzal, amit a, nem tudom én, más for-profit nagy cégek működtetnek? Például azzal, hogy a Partizán egy non-profit alapítványként működik. Van egy külön cégünk, ami az én nevemen van, ami csak azért működik, mert vannak bizonyos helyzetek, amikor nem tudunk egy non-profit alapítvánnyal szerződni egy szolgáltatásra, vagy egy beszállító, vagy bármi ilyesmi, de az a lényeg, hogy a tevékenységünk az non-profit, innen profitot, vagy tehát töbletet senki, értéktöbletet senki nem vesz ki, ami keletkezik, az mind visszamegy a tartalomba, az emberekbe, akik itt dolgoznak. Az is nagyon fontos, hogy most például nem előfizetőket gyűjtünk, hanem 1%-os támogatókat. Tehát azt szeretnénk, hogyha ennek a média platformnak a finanszírozásában a közfinanszírozott láb, az sokkal-sokkal erősebb lenne. Nyilvánvalóan tudatában vagyunk annak, hogy egy brutális válság kellős közepén vagyunk, és nem lehet egyszerűen elvárni az emberektől azt, hogy további 10 milliókat, vagy még ennél is nagyobb összeget összeadjanak, miközben sajnos erre volna szükség, nem csak a Partizán vonatkozásában, nyilván sok mindenki más vonatkozásában is. Erre jelenleg nincsen lehetőség. Ugyanakkor az 1%-ok kapcsán van arra alkalom, hogy részben beszéljünk arról, hogy miért fontos a non-profit, közfinanszírozott működésmód, és hogy ez az emberek hogy tudnak úgy hozzájárulni, hogy többletköltséget nem kell emiatt vállalniuk. Tehát, hogyha ez a kérdésed, akkor igen, ezt mindig így szoktam mondani, a Partizán válságtermék, és nyilvánvalóan a kapitalizmus, a létező kapitalizmus eszközeit is használja annak érdekében, hogy tudja magát működtetni, de az a helyzet, hogy mindannyian ebben élünk, a szükségleteinket fogyasztással tudjuk kizárólag fedezni, ezt a ruhát nem tudom megvarni magamnak, és másikat sem tudnék varni, ezt a bögrét nem tudom elkészíteni, ezeket a székeket nem tudom előállítani, és ha a teljes partizános stáb megfeszül, akkor sem fogunk tudni egy kamerát összeeszkábálni. Tehát a kapitalizmus által előállított szolgáltatások, termékek széles körét veszük igénybe, igen azért, hogy ezzel a rendszerrel szemben kritikával éljünk. És ez az én szememben nem ellentmondás, hanem a rendszernek egy nagyon súlyos sajátossága. Ugyanis ezzel is veszi ki az élét azoknak a kritikáknak, amikor például mondjuk fölvetjük azt, hogy egy ilyen kamerába honnan kerülnek például azok az ásványi anyagok, amelyeket használnak az előállításához. És akkor nyilvánvaló, hogyha ezt elkezdenék visszafejteni, akkor olyan súlyos rabszolgamunkába, gyerekmunkába és egyéb ocsmányságokba ütköznénk, amiktől csak a szégyenézet tudja elönteni az embert. Bűnrészes vagyok-e emiatt? Személyesen. Gondolom ez a kérdés alapvetően, vagy ez húzódik meg a mélyén ennek az egésznek. Én azt gondolom, hogy lehet erről vitatkozni, de ahelyett, hogy a személyi megszégyenítésre megyünk rá, szerintem hasznosabb arról beszélni, hogy tudunk-e építeni egy olyan rendszert, ahol ásványi erőforrásokat lehet nem erőszakkal, rabszolgamunkával és így tovább előállítani, lehet-e azon dolgozni, hogy például ne legyen súlyos kizsákmányolásnak az eredménye egy ilyen technológiai fejlettségű eszköznek az előállítása. Nekem az a válaszom, hogy lehet. És van különbség, azt gondolom, aközött, hogy mi élünk ezekkel az eszközökkel, nem profitálunk belőle, és igyekszünk széles körben hozzáférhetővé tenni fontos gondolatokat, információkat, személyeket, és így tovább, és aközött, hogy valaki ezeket az erőforrásokat arra használja, hogy továbbfokozza az elnyomást, továbbfokozza a kizsákmányolást, továbbfokozza az emberiség szenvedéseit. Lenin azt mondta, hogy ő úgy fogja felszámolni az államot, mert hogy ez a vörös hatalomnak a tényleges célja, hogy felszámolja az államot, de hogy ahhoz először meg kell erősíteni az államot.
Hát föl ki kell gyúrni az államot nagyra és erősre, hogy aztán majd föl tudjuk számolni. Na hát a kigyúrás az sikerült, és ott elakadt a folyamat. Akkor ennek az analógiának a nyomán remélhetjük azt, hogy miután a Partizán, illetve Gulyás Márton megalkotta a kapitalizmus utáni humánus berendezkedést, legvégül a Partizán is majd társadalmi tulajdonba kerül, mint minden más, és tehát legvégül, amikor a kapitalizmus probléma megoldódott, majd legvégül önmagát is felszámolja a Partizán, mint kapitalista működő, kapitalizmus, mint tőkés céget. De hát, Robi, ez egy Disney mesének is gyenge, amit most előadtál, nem pedig a létező valóságnak a leírása, tehát hogy mondjam, a Partizán, megnyugtatlak, nem fogja tudni felszámolni a kapitalizmust. Sőt, jelenleg nem látszik olyan erő, ami erre készen állna. Illetve, hogy mit jelent felszámolni a kapitalizmust, azért az is egy nagyon nehéz kérdés. Tehát a kapitalizmus sem úgy lett, hogy hopp, és akkor mostantól az a formája, amiben most élünk, létezik. Ugye azt mondtad az előzőekben, és ugye két dolgot akartam visszajelzni neked, a másik az, amit akkor most mondok el, hogy ugye azt mondod, hogy ki lett próbálva az, ami nem kapitalizmus, és kiderült, hogy rettenetes emberi szenvedések okozója, nem kell még egyszer. Én meg mondanám, hogy azért a kapitalizmus története során ugyanúgy nagyon súlyos szenvedések eredője volt, vagy kiszolgálója volt, vagy okozója volt pontosabban, elnézést, és ennek ellenére mindig újra és újra esélyt kapott arra, hogy folytassa a működését, és aztán kiderült, hogy még inkább egyébként alkalmatlan arra, hogy teljesítse az eredeti vállalásait. Tehát, hogy mondjam, a kapitalizmus lebontását nem tudom megmondani, hogy hogy kell elkezdeni, ez nem az én feladatom. Olvasok róla, amennyit csak képes vagyok, és amennyire átlátom ezt az erről szóló nemzetközi diskurzust, azért ez alapvetően nem egy ilyen, hogy mondjam én, on-off kapcsoló, hogy most még az on-on van a kapitalizmus, és akkor off lesz, és összedől a világ, és megszűnnek a szolgáltatások, kimegy a villany, stb. De majd akkor egy ilyen ősközösségben elkezdünk megint köveket csiszolni, és abból tüzet építeni, de az már egy közösségi tűz lesz, és akkor építünk egy vályokházat, de az már egy közösségi, és akkor újra felfedezzük a technológiai innovációkat, de már közösségileg. Nem, hát nyilván az a nagy feladat, hogy azokat a civilizatorikus eredményeket, amiket a kapitalizmusnak is köszönhetően képes volt előállítani az emberiség, azokat hogyan tudjuk közösségivé tenni, illetve úgy működtetni, adott esetben elengedni, hogy ne számolja föl a föld erőforrásait, illetve az emberi erőforrásokat. Tehát simán meg kell nézni azt, hogy mik azok a dolgok, amiket a kapitalizmus állított elő, és nem tudunk nélkül élni, mert szükséges. Nem tudom, növénynemesítési kérdések, nyilván van egy csomó olyan agráreszköz, amit lehet így használni. Hosszan lehetne ezekről beszélni, és mik azok, amik egyébként nyilvánvalóan nem, hogy nem szükségesek ahhoz, hogy élni tudjunk, de egyébként meg kártékonyak és súlyos mértékben járulnak hozzá az emberiség pusztulásához. Tehát, hogy ez nem egy ilyen egybites dolog, hogy vagy van kapitalizmus, vagy nincs, vagy van civilizáció, vagy nincs, és ez szerintem egy nagyon leegyszerűsítő, leszűkítő dolog, ami valójában azt nehezíti meg, hogy érdemben kinyíljon a diskurzus, hogy egyébként egy kapitalizmus utáni világ az hogy néz neki. Ha úgy néz neki, hogy éhezés, még nagyobb elszegényedés, nyomor, hát nyilvánvalóan nem ezt akarják a baloldaliak. Azt akarják a baloldaliak, hogy nézzük meg, hogy lehetséges egy olyan világot építeni, ahogy azt már mondtam, amiben az alapvető emberi szükségleteket fedező, biztosító gazdasági rendszert működtetünk, mert ez a jelenlegi sajnos ezt nem biztosítja. Akkor a kapitalizmus az, tehát a Partizán az nincs azon a növekedési pályán, amelyen a multinacionális nagyvállalatok, amin a Jeff Bezosnak a cége van, hogy egyre nőttön nő, és egyre nagyobb, és ez hogy tulajdonképpen egy öncél, hogy legyen egyre nagyobb, hanem ez a Partizánt nem jellemzi, tehát ez ilyen értelemben nem osztja a kapitalizmusnak azt a működését, amelynek a keretében ezek a multinacionális cégek felemésztik a bolygó erőforrásait, stb., hanem a Partizán alapvetően másképp működik. Ezt mondod. Hát igen, de hát hogy mondjam, az Amazon az egy világdisztribútor cég, ami Amerikában jött létre, tehát hogy nagyon más geopolitikai pozícióban, mint a Partizán, aminek jó eséllyel mondjuk, nem tudom, egy-két éven belül lesz Budapesten kívül egy-két megyényi lerakata, vagy nem, szóval érted, tehát hogy eljutunk Szegedig, eljutunk
Békés Csabára. Tehát, hogy érted, tehát azért ez kicsit más, mint azt mondani, hogy így akkor behálózod a világot. De azért össze lehet hasonlítani ezeket a dolgokat. Tehát össze lehet, csak fasság. De miért is lenne fasság? Hát most az egyik az nagyban fut egy ívet, a másik az meg kicsiben. De hát azért össze lehet ezeket a dolgokat hasonlítani egymással. Ha van egy csöpnyi fantáziánk, meg egy csöpnyi asszociációs készségünk. Hát azt látjuk, hogy ez is növekedési pályán van, az is növekedési pályán van. Annak ki van jelölve egy növekedési plafon, ahol a Jeff Bezos azt mondja, hogy nem vagyok én egy vadállat, hogy itt az egész bolygót elemészem. Hát hagyjuk ezt, hát most elég nagyok vagyunk, most már nem akarjuk, és most visszaadjuk az embereknek, mert hát olyan, végül is mi jók vagyunk, és hát ők is jók voltak hozzánk, hogy vásárolták a szarjainkat, most mi is. És a Partizánnak van egy ilyen plafon, ahol a Gulyás Márton azt mondja, hogy elértük Szegedet, és ez most kurvára elég. Ezt akartuk, megcsináltuk, vagy hogy ez, mert én nyilván nem leszel Jeff Bezos, de hogy ez tényleg különbözik működésében attól? Igen. Hát ezt most nem is, szóval, hogy mondjam, azt mondod, hogy kell egy csöpnyi fantázia, akkor én egy fantáziátlan ember vagyok, ezt be kell látnom most ezen az estén. Ehhez szerintem nem egy csöpnyi fantázia kell. Robert, tehát, hogy mondjam, ugye az Amazon az alacsony áron beszerzett termékeket folyamatosan az árversenyt letolva, és ezzel a kiskereskedőket megfojtva, munkások tízezreit lehetetlen körülmények között, elképesztő munkakörülmények között tartva, borzalmas módon megfertőzve a helyi gazdaságokat, építi ki a maga birodalmát. A Jeff Bezos az, hát most tényleg, hogy mondjam, egy ilyen nevetséges szupergonosznak tűnik egy képregényből kilépve. Lehet, hogy már én is egyébként ilyen jeleket mutatok, de akkor majd erről beszéljünk esetleg egy következő körben. A Partizánnak azért mondjuk van egy olyan alapvető, hogy mondjam én, korlátja, hogy egyrészt személyes szolgáltatást biztosítunk abban az értelemben, hogy ezt meg lehet vásárolni, egy információ közlésben utazunk, ezt lehet fogyasztani, vagy lehet nem fogyasztani, és hát egyébként van egy olyan korlát fölöttünk, hogy alapvetően magyar nyelven csináljuk ezeket a tartalmainkat, tehát mondjuk az országhatárokon túl valameddig még el tudunk jutni talán, de mondom, hát először talán még itt az országhatárokon belül kellene. Nagyon más a logikája egy Amazonnak és egy Partizánnak. Ted Turner is kicsiben kezdte, hát nyilván. De hajrá! Te mozgalmi újságíró vagy. Ez a fogalom, hogy mozgalmi újságíró, ez nagyjából veled született. Én nem nagyon ismertem te előtted mozgalmi újságírót. Ó, pedig? Itthon. Nem tudom. Lehet, hogy a Michael Moore valami ilyesmi volt, de... Kicsoda? Michael Moore, mondjuk. De hogy akárhogy is... Majdnem találkoztam vele, képzeld el. Kicsi múlott, de azt mondta, hogy ősszel fogad. Mozgalmi újságírók egymás közt. Ez biztos egy nagy élmény lesz. De miért? Te nem szereted a Moore-nak a bowling fokkal? De én nagyon sokáig nagyon kedveltem a Michael Moore-t, de azt érzem, hogy a Michael Moore-t is az identitáspolitika, hát hogy mondjam, elragadta mára, és én a régi filmjeit, azok jobbak voltak, igen. Mondásait, meg a régi attitűdjeit sokkal magamhoz közelebb állónak éreztem, mint azt, ahova most arra jutott a Michael Moore, ezt melyik filmen érezted, hogy az identitáspolitika fölzabálja? Hát az utóbbi időben én nem a filmjeiről beszélek, mert már nagyon régen nem láttam filmjét, hanem olyan nyilatkozatairól, meg a közösségi média szerepléseiről beszélek, és ott már szóval, hogy vannak fenntartásaim, a rossz érzéseim az utóbbi időben a Michael Moore-ral kapcsolatban, de akárhogy is, ez a mozgalmi újságírás, ez egy szuperpozíció az újságíró, meg az aktivista között. Ez már a Michael Moore-nál is egy szuperpozíció volt az újságíró meg az aktivista között. Ő olyan dokumentumfilmeket csinált, amiket játékfilm kategóriában indított el, tehát kvázi az fikciósnak minősült, és így tök más jogi kategóriába is került. Na most az a döntő kérdés, hogy ezt az ellentmondást, ami az újságíró meg a politikai aktivista között van, mert hát az újságíró az a nyilvánosság szolgálatára esküszik, és a nyilvánosságot tudósítja az érdekes és izgalmas világ különböző részleteiről. Ezzel szemben
A politikai aktivista az egy politikai célt szolgál, az egy politikai cél érdekében agitál. Most azért ez nem ugyanaz, ez a kettő, ez a két szerep, ez nem ugyanaz. És mintha te szuperpozícióban lennél között a kettő között, kvázi bármelyik pillanatban felveheted az újságírói, és felveheted a politikai aktivista pozícióját is. És hogy nem lenne jobb inkább választani a kettő közül? Egyet? Valamelyiket? Ez egy régi kritikád velem szemben, ami ugye azért különösen érdekes, mert hát te magad sem vagy vádolható azzal, hogy ne küzdenél ilyen típusú identitáskrízisekkel, a publicistától, a kritikuson keresztül, a főpolgármesterjelöltön át, a televíziós műsorkészítőn keresztül, és akkor még hosszan sorolhatnám, és számomra ez nem mutat egyébként összefüggéstelenséget, szerintem ebből teljesen jól kiolvasható egy értékrend, kiolvasható egy tevékenységi kör, és éppen ezért én magamnál is azt látom, hogy a kortárs nyilvánosságban az a típusú szerepelhatárolás, amiről te beszélsz, az nem létezik. Illetve szerintem nagyon őszintétlen pozíció. És megmondom, hogy miért. Tehát amikor azt mondod, hogy az újságíró az, aki pusztán csak tájékoztat a világ érdekes dolgairól, azzal te azt mondod, hogy létezik értékválasztásmentes újságírás, ami nyilvánvalóan nem igaz. Érdemes csak azt megnézni, hogy a New York Times-ban, ami ugye a leginkább a most a kormányzati oldalnak a szóhasználatával élve független objektív, de mindenképpen szóval, hogy a minőségi szerűz újságírásnak egy ilyen nagyon magasra taksált médiuma, hogy például mondjuk ők abban a két kritikus napban, amikor a Bernie Sandersnek az elnökválasztási kampánya eldőlt, hogy akkor ők 16 cikket publikáltak, kevesebb, mint 36 óra alatt, ami a Bernie Sanders track rekordja alapján próbálta megkérdőjelezni az ő jelölti alkalmasságát. És lehetne még hosszan ilyen példákat mondani, most nyilván ezt az amerikai élményeim miatt mondtam, tehát hogy nem igaz az, hogy az a típusú szeriőző újságírás ne rendelkezne értékekkel, és adott esetben ne lenne bizonyos helyzetekben elfogult. És amit én csinálok, az az, hogy nyíltan beszélek az értékválasztásomról. Nyíltan beszélek arról, ez is nyilván egy hatásértés, hogy Hernádi Zsolt, ha 3 évnyi húzódozás után fél évvel ezelőtt azt üzeni, hogy eljön egy interjúra, majd hosszan mondjuk, hogy de értitek-e, hogy az mit jelent, és hogy ez egy 5 órás beszélgetés lesz, ők mondják, hogy értjük, hogy az egy 5 órás beszélgetés lesz, akkor... és van már időpont és minden, és a szerkesztők dolgoznak rajta, és végül visszahúzza magát ebből, akkor azt gondolom, hogy nekünk igenis nem kell ebbe beletörődnünk, és azt kell mondanunk, hogy már pedig Hernádi Zsolthoz számos olyan kérdés intézhető, amiket sajnálatos módon nem kapott még meg a magyar nyilvánosságban, de nagyon jó lenne, hogyha a magyar nyilvánosság tájékozódhatna erről, akkor, amikor ilyen kiugró osztalékra tudtak szert tenni, miközben egyébként látható, hogy a kormányzat kvázi lobbizik az érdekükben az Európai Uniónál, különböző nemzetközi fórumokon, amikor látható, hogy rájuk szabják a hulladékfeldolgozás rendszerét, miközben az Európai Unió most készíti elő azt, hogy hogyan lehet majd műanyagból is most már kőolajat, vagy üzemanyagot pontosabban előállítani, elnézést. Tehát, hogy ez egy oltári érdekes helyzet, hogy mondjuk ilyen szituációban valószínűleg a magyar újságírók döntő többsége nem állna bele, és azt mondaná, hogy ez aktivizmus. Én pedig azt mondom, hogy 13 év vagyunk a NER-ben, és szerintem baj az, hogy politikusok bontanak kordont, amikor azt a kordont azért húzták oda, hogy az újságírók ne tudjanak kérdezni. Miért lenne az probléma, hogy újságírók, orgánok széleskörű összefog, és azt mondja, hogy ne haragudjanak. 16 éve nem lehetett el a miniszterelnöktől érdemi kérdéseket föltenni és interjúhelyzetben válaszokat kapni. Hogy ne menjek végig a pénzügyminiszteren, a belügyminiszteren és így tovább. Nem lehet demokratikusnak nevezni azt a nyilvánosságot, ahol ezt a típusú közösségi érdeklődést és beszámoltatást, ami az újságírónak gyakorolnia kell, nem lehet elvégezni. Miért te bonthatnák el az újságírók ezt a kordont? Miért ne lehetne az újságíróknak összeállni azért, hogy a kormányinfónak a rendszere változzon meg? Én most nem úgy beszélek erről, bocsáss meg, mint amit föltétlenül csinálni kellene. Én nem azt gondolom, hogy kapára kaszára. Én csak azt mondom, hogy nagyon kártékony az a nyilvánosság, amiben föl sem vetődik az a kérdés, hogy azon kívül, hogy elmegyünk kormányinfóra, azon kívül, hogy a Karmelitában reménykedünk, hogy a kordon mögül be tudunk szólni, azon kívül, hogy néha napján egy fideszes bácsit vagy nénit elkapunk valamelyik békemeneten, egyébként tényleg ez a maximuma, amit tudunk biztosítani a magyar társadalomnak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet tájékozni a kormányzati döntésekről, mert ha ez a maximuma, akkor nagyon fölmerül, akkor nem az az alapvető kérdés, hogy most aktivizmus vagy újságírás,
hanem egyáltalán tekinthetünk-e még magunkra újságíróként, ha ezeket a gátakat, amik az információ és a közönség között állnak, nem vagyunk képesek áttörni. Ez egy válság, amiről te beszélsz, és amit te megnevezel, mint egy állapotot. Ez valójában egy válság. Ezért nem megbízható a nyilvánosság, mert már mindenki, már deklaratíven, demonstratíven utasítják vissza a nyilvánosságért felelős emberek, hogy hát objektív újságírás, meg objektív tudósítása a valóságról, hát az olyan nincs is. Hát itt három különböző funkció. Az egyik az újságírói. Neki igenis az lenne a feladata, hogy objektív módon, tények alapján tájékoztasson. Aztán van a publicista, akinek meg nem ez a feladata. Neki az a feladata, hogy a saját véleményét nyilvánítsa ki, érvényesítse a nyilvánosságban. Ő neki nem kell pártatlannak lennie, vagy objektívnek lennie, neki szubjektívnek kell lennie, személyesnek, de az tőle is elvárható, hogy ne szolgáljon politikai érdekeket, nyílt politikai érdekeket, mert ez már a harmadik funkció, ez az aktivista, aki valójában ő nem alany, mint amilyen a publicista, hanem ő már egy funkció. Ő egy funkció, ő egy kampánynak, vagy ő egy politikai célnak, egy kitűzött politikai célnak az eszköze, és az eszközévé formálja magát. Na most a probléma az, hogy azért, mert ezek a kategóriák, hogy újságíró, publicista, aktivista, ezek egymásba csúsznak, ma már a nyilvánosságnak egyetlen egy szegmense sem igazán megbízható, mert át van hatva a politikai aktivizmussal, át van hatva a politika formálásnak, a politika, bizonyos politikai érdekek szolgálatának a szándékával. Hát ez egy probléma. Az lenne a cél, hogy ezt éles határokat húzzunk az újságíró és a publicista közé, a publicista meg a politikai aktivista közé. És nem az, hogy ezeket a fogalmakat egymásba mossuk, mert ha ez oké, mert hogyha erre úgy hivatkozunk, mint ami helyes és jó, akkor mi a probléma a Páthy Bencével? Kezdjem el mondani. Akkor nem egy, mondom akkor, én, csak mert nem egy, tudtam, mert, hogy mert akkor tudod, ő újságíróként hivatkozik magára, miközben ő egy politikai aktivista. És hogyha ezeket a funkciókat nem kell külön választani, akkor ő a funkciója alapján minősül jó a Páthy Bencének, vagy rossz a Páthy Bencének. Ha Orbán Viktor megint szerez kétharmadot, akkor ő jó a Páthy Bence, hiszen ellátta a funkcióját. Lehet így viszonyulni az értelmiséghez. Értelmiség marad. Az az értelmiség, ami ilyen referenciák alapján működik, és ilyen referenciák alapján méretik meg. Most erre válaszoltok? Vagy... Itt a kérdés vége. Hogy... Jó. Hát nézd, Robert, szerintem azért az majd nagyon erősen kijön a számításból azt, hogy milyen a kortárs nyilvánosság, és hogy azért érted, mondjuk az, hogy megjelenik a Facebook. Magyarország annyira nem erős, de jelen van a Twitter. YouTube, tessék, és el tudom hosszan sorolni, szóval nem a magyar értelmiség mossa össze ezeket a szerepeket, hanem a kortárs nyilvánosság különböző platformjai kényszerítik arra a tartalom előállítókat, újságírót, influencert, dokumentumfilmest, játékfilmrendezőt, híradót, stb., hogy kvázi összemosódva ugyanazon a platformon jelenjenek meg. Tehát bárkinek a Facebook feedjét, ha itt megnézzük a teremben, előveszitek a telefont, elkezditek görgetni, összefüggéstelenül fognak érkezni a körömlak reklámok, a partizános videó, az Páthy Bence akitálása, a nem tudom micsoda. Tehát ez a típusú, hogy mondjam, éles elválasztás és éles különbségtétel a kortárs nyilvánosságban nincs. Mert érted, hogyan értékelsz mondjuk egy olyan influencert a TikTokon, aki mondjuk egyik nap, nem tudom én, sampon reklámokat ad el, de mondjuk a másik nap kiáll a tanártüntetés mellett, és csinál egy félmilliós videót, amiben mondjuk például felsorolja az öt legfontosabb problémát a közoktatás helyzetéről, anélkül, hogy véleményt nyilvánítana, vagy elköteleződne a tanárok ügye mellett. Tehát, hogy ezek olyan típusú kihívások, amit nem hogy a magyar értelmiségnek nincsen válasza, hanem az euróatlanti nyilvánosságnak nincsen válasza. Hát komplett média cégek mennek csődbe azért, mert ebben a kortárs nyilvánosságban ezek a határok, hogy szerkesztőség, meg influencer, meg nem tudom micsoda, teljesen elmosódnak. Ez a YouTube, ami mi most itt kvázi versenyzünk a nézők érdeklődésért, ez a legótvarabb ocsmány, undorító, tényleg lealjasító tartalmaktól kezdve, a fantasztikus filozófiai értekezésekig és elképesztő tudástárakig egészen széles skálán kínál különböző tartalmakat.
Itt nyilván az a kérdés, hogy mit görget el ide. Algoritmus, milyen nyelveket beszélsz, ami alapján hozzá tudsz férni más típusú tartalmakhoz, stb. Tehát, hogy melyik pontján élsz a világnak. Tehát, hogy nincs már régen meg ez a típusú. Tehát, hogy erre most nem, azért nem tudok erre válaszolni, amit te fölvetsz, mert ezek a szerepkörök, ezek nincsenek, ezeket már régen elmosta ez a típusú technológiai forradalom, és amiben jelenleg élünk, az egy ilyen mocsár. Amiben... meg se tehetjük, hogy mi azért magunkra vonatkozóan megőrizzük ezeknek a kategóriáknak a sérthetetlenségét, és kvázi választunk ezek közül, és nem hagyjuk egymásba mosódni ezeket. Mert világos, hogy ami körülöttünk van, ott helyes a leírásod. De mi elsősorban nem azért vagyunk felelősek, hanem azért, ahogyan mi működünk. Ez feljogosít minket arra, hogy egymásba mossuk a publicistát és az újságírót, a publicistát és a aktivistát. Tehát világos, hogy ez ma már nincs a világban, de ez felment minket az alól, hogy ezt a célt magunk elé állítsuk, és ezt próbáljuk teljesíteni. Mondván, hogy ez egy letűnt kornak az emléke, és hogy egy nyomorult boomer az, aki ilyen referenciák alapján élni és működni akar. Nem mondtam, hogy nyomorult. Jó, csak boomer. Boomernek sem mondanám, én csak azt mondom, hogy érted, Robert, te vagy maga ennek a cáfolata. Külpolitikai szakértést is művelsz, a műsorodban művelsz igenis újságírói munkát, aztán megírod a véleményedet egy harmadik médiumban, tehát hogy érted, ez most egy olyan dolog, hogy én nem gondolom, hogy neked meg kéne felelned ennek a leválasztásnak, de egyébként nem is felelsz meg, tehát hogyha ez az elvárásod, akkor azt gondolom, hogy neked is vannak ezzel konfliktusaid, de szerintem az igazi konfliktus nem ez, amit te felvetettél, hanem az igazi konfliktus az, hogy hogyan tudod a transzparencia és a számon kérhetőség követelményét megteremteni. Nem mondom, hogy van rá válaszunk, de mondjuk egy ilyen helyzettel valamit talán lehet erre reagálni. Nem azt mondom, hogy ez a megoldás, de nyilván ez az egész kampány is arról szól, hogy az a Gulyás Márton, aki egyébként, ha bárki bejön hozzá, gátlások nélkül kérdez, az legalább ilyenkor szembesüljön azzal, hogy őt is gátlás nélkül lehet kérdezni. Ugye volt már korábban egy, amikor a nézők tehették ezt, meg most teheted meg, keresünk további alkalmakat is, és folyamatosan azon gondolkozunk, hogy mi az a társadalmi számonkérhetőség és transzparencia, amivel ezt a rettenetes bizalmi válságot legalább a magunk vonatkozásában javítani tudjuk. És nem azt mondom, hogy bődületes eredményeink vannak, nincsenek. Magunk is a problémának a részei vagyunk, de úgy vagyunk részei a problémának, hogy szeretnénk, ha a probléma javulni tudna. Én úgy gondolok magamra, ha már szóba hoztál engem, mint egy publicistára, nem gondolom, hogy újságíró vagyok, nem gondolom, hogy az érdekes és izgalmas világ részleteiről tudósítom az embereket, de azt se gondolom, hogy politikai aktivista lennék, és én nyíltan politikai célokat szolgálnék. Na de, a kérdés az, hogy volt-e, vagy emlékszel-e olyan mozgalmi újságírói tevékenységedre, amelyet megbántál később? Ugye én eleve vitatkozom ezzel, hogy mozgalmi újságíró lennék, vagy bármi ilyesmi, de most ebben nem megyünk bele, mert megint nem akarok kibújni a kérdés alól. Inkább azt mondanám, hogy milyen típusú tartalmaink voltak, vannak, amikkel esetleg ilyen típusú konfliktusom van, az kielégítő, aztán legfeljebb, ha nem, akkor majd jelzed. Jó. Hát például mindenek előtt mondanám azt, hogy amikor egyszer a Kovács Áron eljött hozzánk interjúra, ugye neki volt... Csináltunk egy nőnapi adást is, abban csináltunk egy összeállítást, amiben különböző szexista, nőket tárgyasító média megnyilvánulásokat szedtünk össze, és akkor ott egy reggeli műsorban a Kovács Áron is valami hasonlóra vetemedett, és ő benne volt ebben az összeállításban, és akkor ő fölhívott engem, nem ismertük egymást korábban, és mondta, hogy hát ne haragudj, de ez nem... Őt ez nagyon szíven ütötte, mert azt gondolja, hogy ez méltánytalan, ez nem reprezentálja az ő valódi véleményét. És mondtam, hogy rendben van, akkor mi lenne, ha bejönnél és beszélgetnénk erről. Bejött. Gyakorlatilag az első percben bocsánatot kért azért, mert hogy az úgy abban a formában nem volt jó, és egyébként elmondta, hogy mit gondol a kérdésről. És igazából itt véget kellett volna, hogy érjen az interjú, vagy beszélgethettünk volna bármi másról, és az az egyik legrosszabb interjú abban a szempontból, hogy ilyen a számon kérő szék legrosszabb ismérveit hozva, húztam, és gyúrtam a fejét, hogy valahogyan még azért tudjam egy kicsit bizonyítani az ő szexizmusát. Ez méltánytalan volt, ez mindenképpen aránytalan volt, ez semmilyen formában nem volt újságírói tevékenység, de még csak aktivizmus sem, ez alapvetően egy nagyon rosszul átgondolt, még ha jó szándékból is fakadó, de alapvetően egy nagyon rosszul kivitelezett és ilyen szempontból a Kovács Áronnal szemben méltánytalan interjúhelyzet volt. Ez biztos, hogy az egyik legrosszabb példája az ilyen típusú, az ilyen nem tudom én,
társadalmi felelősségérzetből elkövetett nyilvános autódafénak? Az a javaslatom, hogy most tekintsünk meg egy bejátszást, és erre vonatkozik majd a következő kérdésem. Wow! Egyszerű eldöntendő kérdéssel kezdek. Szerinted a transznők nők? Hát ez egy ideológiai kérdés, amire, tehát ugye ezt egy konkrét politikai nézet alapján most fölteszenek egy kérdést, amire én bármit is válaszolok, valójában nem a véleményet fogom ebben kifejezni, nem a témának a komplexitásáról fogunk beszélgetni, hanem beletolsz egy olyan vélemény buborékba, aminek egyébként én lehet, hogy adott esetben kritikusa vagyok, lehet, hogy adott esetben, hogy mondjam én, próbálnám vizsgálni a különböző aspektusait, de ezzel nyilvánvalóan nem fogom tudni ezt megtenni. Tehát, hogy ez önmagában egy erőteljesen ideológia vezérelt felvetés, és nem arról szól egyébként, hogy a nemi diszfóriával élő emberek milyen elismerést és milyen társadalmi segítséget kellene, hogy megkapjanak ahhoz, hogy nemi diszfóriásként is teljes jogú tagja legyenek a közösségnek, úgy, ahogy azt az ő maguk igényei megfogalmazzák. Nem válaszoltál a sapkás pirész felkérdezésére. Mondván, hogy bármit fogsz válaszolni, azért téged ki fognak rekeszteni, meg üldözni fognak. Nem gondoltál arra, hogy ezt nem kéne megúszni? Ha gondolsz valamit, abba bele kellene állni, és nem kalkulálni, hogy jól jöjjek ki ebből a helyzetből, vagy ebből a válaszadásból, mert hogy te vagy az, aki felkérdezel embereket, fűt, fát, lépten nyomon, és elvárod, hogy konzekvens, és frontális, és nyílt, és őszinte válaszokat adjanak, és hát ehhez képest most ebben a szituációban kvázi elvárod, hogy a nyilvánosság legyen tekintettel a te imásféltésedre. Az nagyon szomorú, hogyha azt gondolod, hogy én ott imásféltés miatt nem válaszoltam erre a kérdésre, mert azt remélem, hogy elég tiszta az álláspontom. Ez a kérdés kb. Azzal egyenértékű, mint amikor mondjuk egy baloldali ember ez nekiszögezik, hogy meg kell-e szüntetni a magántulajdon vagy sem. Ez ilyen tökös kérdésnek hangzik egy baloldalival szemben. Az a helyzet, hogy ez egy áldilemma. Ugyanúgy egy áldilemma ez is, ez a transznős kérdés. Mert, hogy mondjam, az alsógatyámat szeretem magántulajdonban tudni, mondjuk a vízhálózatot meg sokkal jobb közösségi tulajdonban tudni, már a létező különböző tudások alapján, amik összeadottak a világ különböző pontjain, ahol mondjuk privatizálták a vízhálózatot, és ehhez képest meg, ahol közösségi tulajdonban volt. Tehát, hogy mondjam, ez arra alkalmas, hogy polarizálja a véleménynyilvánosságot, de arra nem alkalmas, és szerintem erről azért, vagy nem tudom, nekem az volt az élményem, hogy én erről elég értetően beszéltem ott. Ez arra alkalmas csak, hogy azt mondja ki, hogy te most nekem az ellenfelem vagy, vagy a szövetségesem. És én nem akarok egy ilyen kategóriába beleesni. Igen, vannak olyan kérdések, amikre nyugodtan mondhatja azt a megkérdezett, hogy ne haragudj, ez a kérdés, ez egy tendenciózus attitűdből föltett kérdés, ami nem arra kíváncsi, hogy én mit gondolok a kérdésről, hanem arra, hogy melyik vélemény buborékba vagyok besorolható, és onnantól kezdve milyen vádakat kell rám prejudikálni, anélkül, hogy az álláspontomról egy kunya szót említettem volna. Hát szerintem nem kell felszámolni a magántulajdont. Ez egy olyan kérdés, amire lehet válaszolni. Szerintem a transznők nem nők, abban az értelemben, hogy ne menjenek be a női öltözőbe, ne menjenek be a női WC-be. Kifejezetten értem a feministáknak az aggályait ezzel kapcsolatban. Nem gondolom, hogy helyes az, hogyha egy transznőt női börtönbe zárnak. Ebben mindegyet értünk, ez sem került elő a vitában. De hogy ezekre a kérdésekre én azt gondolom, hogy lehet válaszolni. Persze, hogy lehet, nincs válaszolok rá, hogyha fölteszed. Nők-e a transznők, Márton? Azt tudom válaszolni, amit, hogy hívták, elnézést, bocsánat, nem fogok tudni most hirtelen idézni a nevét, Magasházi Mónika, ő egy transzaktivista, és most írta az anyák napjára egy cikket a 444-en. Ő azt írta, hogy biológiai értelemben természetesen nem nők, én ezzel természetesen egyetértek. Egy konzekvens válasz. Arra volnék kíváncsi, hogy mi a te viszonyod 1968-hoz? Érdekes év. Mexikói olimpia,
csehszlovák bevonulás, prágai tavasz leverése, és hát gondolom, amire igazán kíváncsi vagy, az a párizsi diák, és nagyon fontos munkáslázadás. És a San Franciscó-i hippik. Igen. A mozgalma, ami... Hát meg Bobby Kennedy meggyilkolása. Ugyanide tartozik, de hogy ez a 68, akárhogy is, ez egy szellemi mozgalom volt, úgy Prágában, mint Párizsban, mint San Franciscóban, ehhez a szellemi mozgalomhoz, ehhez mi a viszonyod? Hát ez egy divers szellemi mozgalom, mit tudom, a Márkuzénak szerettem a köteteit, amikor olvastam, mint egy fiatal felnőttként, az egynemű embert azt nagyon szerettem, és eleve egyébként van egy sajátos viszonyom, mert amikor volt az 50. évforduló volt, vagy 40. nem tudom, bocsánat, 40. Igen, 40. évforduló volt, akkor én abban a szerencsében részesülhettem, hogy akkor én tagja voltam, vagy hát nem, önkéntese voltam a Krétakör Színháznak, és akkor a Krétakör Színház csinált egy ilyen egyhónapos akciósorozatot Párizsban, Párizs külvárosáinak egyikében, és ott egy ottani színházba beköltöztünk egy hónapra. 3 hétig próbáltunk, 2 hétig pedig érkeztek a nézők, és mindenféle ilyen típusú tevékenységeket csináltunk velük, tehát közösségiesíteni próbáltuk a színházat. A nézők ezt kevésbé szerették, én halálosan. Nekem ez borzasztó fontos volt a fiatal felnőtté válásomban. És ami igazán fontos volt, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, akinek 68 nem történelmi tankönyveknek a példája volt, hanem személyes élmény. Például találkoztam egy idős hölgyel, aki elmondta azt, hogy nagyon sokan beszélnek 68-ra, nem tudják azt, hogy az nem egy hónap volt, az 2 hónap volt. Nem tudják azt, hogy az nem csak a diákság volt, a munkásság. Nem tudják azt, hogy mit jelentett az, hogy ott tényleg egy pillanatra azt lehetett érezni, hogy igen, a világ megállítható, attól, hogy megáll a világ, nincsen katasztrófa, és el lehet kezdeni azon gondolkozni, hogy az, amiben élünk, az hogyan lehetne, hogy átalakítható legyen. Aztán persze szétomlott ez az álom, de hogy azért ez a pillanat, hogy így, és akkor most kezdjünk el gondolkozni azon, hogy szóval szerintem ez csodálatos, engem ez nyilván nagyon erősen megmozgatott ott is, akkor is, most is. Tehát vannak olyan hagyományok, amelyek jobban megmozgatnak, vannak, amelyek kevésbé. Például szerintem a prágai tavasz leverése, én azt... Az engem személyesen is sok szempontból, most nem akarok ebbe hosszan belemenni, de személyesen is nagyon erősen megvisel, hiszen nyilvánvalóan az volt a legutolsó pillanata a Kádár rezsimnek, amiben az teljesen egyértelművé vált, hogy mindenfajta demokratizáló kísérlet, ami arról szól, hogy a Szovjetunió területén lévő csatlós, vagy pedig tényleges államok területén hogyan lehet a szocializmus demokratizálni, az nem valóság, ezt nem lehet megcsinálni a szovjet vezetés mellett, és hát az nyilván egy oltári nagy törés volt akkor is a baloldal történetében, és akinek egy kicsi szíve van, és egy kicsi lelke van, és át tudja érezni, hogy mit jelent ez az egész utópiának a rombadőlése, az azt gondolom, hogy szintén erős érzelmeket kell, hogy érezzen emiatt. Az a javaslatom, hogy most tekintsünk meg egy újabb bejátszást, mert erre fog vonatkozni a következő kérdés. Egy nő, hát mondjuk nem csak egy szőke nő, egy bármilyen nő, bemegy egy üres szobában, de van 2 40 kilós vasgolyó, mi történik? Az egyiket elveszti, a másikat elrontja. Elmondtad, akkor hadd mondjam. Nekem nem ez a véleményem, én csak hallottam. Bocsánszki György, az FTC békés... Várjátok egy picit, mert sugdolozott a Csiszára velemessel engem, és ezért derellem. Mit csuktál neki? Azt mondta, hogy mind a hét nőt szívesen megdugnak. És erre te mit válaszoltál? Én is. Igen. Hát szóval sok hibát követtünk el, persze. De akkor hadd kérdezzem már meg, hogy neked nincsen problémád a szexizmussal? Olyan nagy problémám nincs. Nem, ez nem helyes, ami itt elhangzik. Tehát az, hogy ilyen szabadosan beszélünk szexről, de én azt gondolom, hogy én például a nők tekintetében én nagyon a méltányosságnak és a tiszteletnek a híve vagyok, és ebben talán nem vagyok megfedhető. Nagy a pofám. Tehát obszén vagyok, adott esetben trágár vagyok, de mondjuk életemben nem aláztam meg nőt, legalábbis azt hiszem. De amikor azt mondod a műsorban, hogy ha van egy üzletben 2 golyó, a szőkenő az egyiket elveszti, a másikat elrontja, az szerinted nem nő ellenesség?
Kicsit az. Kicsit az, de... De hát... Ezt nem tartom akkora bajnak. Gondoltál már arra, Márton, hogy egy vicc az mindig attól vicces, hogy valaki megszívja benne? És minél inkább megszívja benne, annál viccesebb. És minél viccesebb, annál könnyebb rajta megsértődni. Nem tartasz attól a világtól, attól a jövőtől, ahol már nem szabad viccelni semmivel, mert valaki léptennyomon megsértődik, és aki megsértődik, annak mindig igaza van? Hogy fogunk viccelni a jövőben? Ha ma lenne a Monty Python, leadná a BBC? Vagy túl vicces? Nem tudom, hogy a BBC leadná, a Partizán biztosan. De ami szerintem fontos, az az, hogy mondjuk például a Monty Python valóban mindig valaki kárára, de azért azt elég pontosan belőtte, hogy oda fölfele, és nem pedig lefele kell lőni ezeket a poénokat. Én szerintem ez az interjú, ez nem kérte számon, ahogyan azt te állítod. Volt ugye erről, aztán egy cikked is volt erről, hogyha jól emlékszem. Megkérdeztem, hogy mit gondol a Pista, hivatkozhatok rá itt talán, ennyi év távlatában erről a kérdésről, mert hogy nyilvánvalóan az én interjúnak alapvetően pont ez a, hogy mondjam én, koncepciója, hogy próbáljunk meg egy eltérő tekintetből ránézni egy korábbi eseményre, mert hogy hát, ha esetleg azóta változott a véleménye, vagy egyáltalán mondjuk ez a tekintet, ez a nézőpont, ez őt magát is elgondolkodhatja, vagy újra gondolásra készítheti, és ebben a Verebes csodálatos partner volt, és látható volt, hogy benne is egy ilyen gondolkodás volt, hogy most akkor én ehhez igazából hogy viszonyulok? Probléma ez, nem probléma ez? És szerintem ezek a típusú közös gondolkodások azok, amelyek segítenek abban, hogy pontosabb fogalmaink legyenek, akár szexizmusról, akár a viccnek, amiben létéről. Szerintem ezekről tök jó dolog beszélgetni. Nem érzem azt, hogy ez felszámolná a viccet. Az a vicc, hogy a szőke nő a két vasgolyó közül, a zárt szobában az egyiket elveszti, a másikat elrontja. Ez föntről lefelé viccel? Ez egy föntről az elit magasából lefelé egy kiszolgáltatott csoporttal szemben viccel? Te így ítéled? Hát ugye, és akkor ledobom az atombombát, Robert. Hát persze, hiszen nyilvánvalóan a nőkkel szemben meglévő sztereotípiákra erősít rá, ráadásul egy amúgy is éppeleget megrángatott, szerencsétlen női csoport, a szőke hajjal ellátott nők. Szegények. Na őket igazán, most ha van egy csoport, amelyikkel szemben tényleg kegyetlenül elbánt az élet, hát ezek a szőke hajú nők. Itt a baloldaliságnak egy új perspektívája nyílik, hogy van kikért harcolni a mozgalomban. Azt nem mondtam, hogy kell értük harcolni, de mondjuk nekem van olyan szőkenő ismerősöm, akinek végighallgattam az élettörténetét kamaszkortól kezdődően, aki mondjuk például ezért levágatta a haját, és nem akarta, hogy legyen fülnél hosszabb, vagy tüsinél hosszabb haja, mert azt érezte, hogy szégyen szőkének lenni, hiszen az a butaság, az inkompetencia és a megvetésnek a tárgya volt. Tehát, hogy én értem, hogy a te pozíciódból a szőkenők helyzete kevésbé átélhető, de szerintem ha... A hajléktalanéból még kevésbé. Mondjuk egy hajléktalan férfinak a pozíciójából még kevésbé. Most enyémből is egyébként, de hogy mondok még egy példát csak, hogy segítsem. Ez tök érdekes, mert azt gondolod, hogy attól, hogy elismerik a szőkenők pusztán csak a hajviseletük miatti megkülönböztetésének a, hogy mondjam én, nemtelenségét, az bármilyen módon sérteni a hajléktalanságban élő férfiaknak az elismerését? Nem, csak relációba akartam hozni a szőkenők kiszolgáltatottságát, de... elnyomottságát. Csak egy relációba akartam hozni, csak hogy... Csak ezek nem relációba hozhatóak. Tehát az, hogy valaki hajléktalanságban él, az önmagában is botrány. Attól, hogy a szőkenők haján viccelődünk, nem lesz kevésbé botrány. Tehát, hogy ezeket el lehet... Tehát többféle kiszolgáltatottság egyszerre lehet igaz egy társadalmi relációban. Botrány az,
hogy mondjuk férfi emberek hajléktalanságban élnek, és szerintem nem szerencsés az, ha valakinek a haj színe miatt vicc tárgyává kell válnia, és ráadásul, hát bocs, én azért emlékszem, amikor én voltam gyerek és kiskamasz, a szőkenő az tényleg a köznevetség és a megvetés tárgya volt, most nem tudom, hogy egyáltalán vannak-e még ilyen viccek, valószínűleg nincsenek, de amikor én voltam, tehát az én iskolai környezetemben például ez egy komoly aggály volt, konkrét nőnek tudom mondani, vagy konkrét lánynak, és ebből én azt feltételezem, hogy ez másoknak is, most bocs, tehát hogy az is nemtelenség, amikor mondjuk téged bizonyos stílusjegyeid miatt elkönyvelnek olyan embernek, ami egyébként nem föltétlenül vagy, vagy leegyszerűsítik a te rólad szóló képet. Én azt gondolom, hogy ezek a típusú viccek, ezek nem viccek. Értem, hogy megmozgatnak bizonyos zsigereket, és bocs, nem akarom azt mondani, hogy adott esetben nem rötyögök föl. Tehát nehogy azt mondd már, hogy én egy ilyen humorgyilkos... Van benned egy kicsi szexista, aki ilyenkor fölröhög. De a rárakódó kultúrember az ezt így lefolytja. Nem. Nem kicsi szexista van bennem, valószínűleg egy sokkal nagyobb szexista van, mert én magam is ugyanazon körülmények között szocializálódtam, mint a magyar férfiak döntő többsége, tehát nem vagyok mentes a szexizmustól, sőt, amikor fiatal felnőtt voltam, én tényleg egy nagyon komoly szexista csávó voltam, és nagyon erős mozgalmi helyzetekben kaptam visszajelzéseket, és hogyan értettem meg azt, hogy a működésem hogyan nehezíti el más embereknek, akik történetesen nők azt, hogy részt vegyenek mondjuk egy megbeszélésben, egy vitában, stb. Tehát, hogy tehát ebben a vitában te mindig le fogsz tudni engem győzni, mert téd a szimpatikusabb álláspont. Bármit reagálsz erre, nevetni fog a közönség, és valószínűleg az interneten is ezt az álláspontot sokkal jobban díjazzák. De hogyha az a kérdésed, hogy vannak-e elvek, amelyek mellett én kiállok, akkor például ez egy olyan elv, hogy embereket bőrszínük, nemük, hajszínük, külső jegyeik alapján, nem találom viccesnek, hogyha ezen nevetünk, attól, hogy fölröcsögök, az egy zsigeri reakció, de egyébként mondjuk én nem reprodukálnám ezt, és igen, hogyha beül a Verebes István, vagy beül bárki más, akinek mondjuk a karrierjében az ilyen típusú viccek meghatározóak voltak, akkor rá fogok kérdezni, hogy mit gondolsz erről, mert az én perspektívámból ez ilyen, és ez nem csak az én perspektívám, hanem nagyon sokaké még, tudsz erre mondani valamit? Mint ahogy most te is ott ülsz, és a te perspektívádból kérdezel rá valamire, ami nem a sajátom, de szerintem ezt nem érdemes tabusítani, mert máskülönben nem nagyon tudunk találkozni a különböző világainkkal. Téged, Márton, úgy tartanak számon országszerte, hogy te a nép pártján állsz. Mindig a nép. Az a Jakab Péter, várjál! Te vagy a valósága annak, aminek a Jakab Péter a hazugsága. Wow. Ehhez képe... Nem volt kint a pont, csak egy vessző volt. Ehhez képest... Nevetni szeretnének, már itt ülnek egy órája, és nem nevettettek még, nem tapsolhattak még. Ehhez képest... Ez a vicc, ezt szeretném jelezni neked, hogy ezt nem egy elit csoport írja valahol. Valahol valamilyen elit csoport, amelyik hát át van hatva ezekkel a szörnyű sztereotípiákkal, és hát folyton nyilván kiszolgáltatott csoportokon röhög. Hanem ez a pesti vicc, ez a nép száján, a nép ajkán születik. Ezt a pesti polgárok találják ki, önmaguk és egymás mulattatására. Van népből jövőbb a pesti viccnél? Persze, hogy van. Ebben a szituációban Gulyás Márton inkább azt mondja, hogy akkor hoppá, ez egy olyan szituáció, amikor a nép túl szexista, inkább a szociológia tanszék pártján állok? Ezek annyira jók, ezt annyira jól csinálod, de tényleg ezt majd egyszerűen nem tudom, meg kell tanulnom, vagy valahogy. De hogy hát ugye, bocs, tehát a szőkenő az egy import, az egy kulturális import, az nem a pesti flaszteren született meg, hanem a tengeren túlon, vagy pontosabban az angol száz környezetben, tehát ez egy import termék, ezt nem Magyarországon találták ki. Igen, de ez a vicce szerintem itt született? Nem, ez nem itt született, szőkenős viccek. De ez a vasgolyós vicc, ez nem, ez import? Most ennek az etimológiáját én nem fogom tudni fölfejteni neked, de ha mondtad volna, hogy ezzel készüljek, ígérem, legközelebb meg fogom tenni. No. Megkérdezzük akár a Farkasházit. Hogy mondjam, tehát hogy ez nem egy autentikus népi termék, csak ezt akarom mondani, de hogyha az is lenne, ettől még szerintem lehet reflektálni rá, hogy ki mit gondol. Bocs, az, hogy te azt gondolod, hogy vicces, én meg azt gondolom, hogy nem vicces, ettől nem gondolom, hogy te nem, szexi. Te is azt gondolod, hogy vicces. Azt gondolod, hogy nem helyes. Nem, én viccesnek sem nagyon találom. De hát fölröhögsz belül. Nem fölröhögök belül, nem fölröhögök, mert attól még, hogy
kamaszkoromban... Nem, de Robert, bocs, azt te is pontosan tudod, na, de akkor legyünk ebben nagyon egyenesek és nyíltak. Te is pontosan tudod, hogy gyerekkorodban, kiskamaszkorodban a létező legostobább kaki-pisi vicceken gurgulázva nevettünk. Ha most meghalljuk ezeket, értjük, hogy hát ezek azért... de van, hogy fölröttyögünk rajta, mint hogy fölröttyögök a szőkenős viccen. De ez nem azt jelenti, hogy ez vicces, nem csak emlékszem arra, hogy egyébként volt, amikor annak találtam, nem azt jelenti, hogy szégyenkezem miatta, hanem csak érdekes az élmény, hogy valami egyszer zsigerileg ennyire megmozgatott, most meg már 30 plusz évesen, hát nem. De az más, amikor az ember azért nem röhög, mert már kinőtt abból a humorból, és már nem mulattatja szaros, fingós vicc. Az meg egy másik szituáció, amikor az ember hát röhögne rajta, csak hát van egy kis komisszár elvtárs a fejében, amelyik összevonja a szemöldökét, és azt mondja, ez nem vicces. Nem érzel valami elementáris 68 ellenességet, és mélységesen rossz fej prüdériát a viccüldözésében, és a polkorrektség humoristákon való megkövetelésében? Wow, tehát hogy egyrészt, én nem üldöztem itt semmit, föltettem ez egy kulturális, ez egy kulturális jelenség, amiben én ezt a videót illeszkedőnek találtam. Nem az a lényeg, hogy te itt a Verebes Istvánnal hogyan beszélgettél, hanem hogy ez egy kulturális hatás, ami nyugatról jön, mint az időjárás, és sótlan, puritán ízeket, színeket, szexualitást, erotikát, viccet, mindent, ami emberi, üldöző. Mert az ember, amilyen az ember, az olyan szerves, olyan organikus. De hát az izzad az ember, az nem egy hüllő. Ugye ennek megfelelően hát az egy nem igazán a puritánoknak ez nem igazán higiénikus. Ők azt érzékelik, hogy ez túl szabados. Hogy ez, és én azt gondolom, hogy Amerikában, ahogyan a neoprotestantizmusnak megvannak a maga gyökerei, a neoprotestantizmus, mint államvallás Amerika szerte, ugyanilyen rossz fej, prűd, a színeket, az ízeket, a durva vicceket, üldöző, kulturális inkvizíciót termelt ki. Nem csak a jobb oldalon, nem csak a Biblia övezetben, hanem a szociológia tanszékeken is annak mintájára. Egyszerűen az az érzésem, hogy ez alapvetően 68 ellenes, hogy 68-at a Monty Python fejezi ki, és az, ami számon kéri John Cleese-t meg a társait azért, ahogyan ők akkoriban viccelődtek, az a kulturális hatás nagyon is rokon a neoprotestáns prüdériával, és valójában nagyon hasonló eszközökkel, nagyon hasonló emberi vonásokat, emberi, itt ezen van a hangsúly, emberi vonásokat hív ki a maga kulturális kérlelhetetlenségével, hogy ide idézzek neked egy, de várjál, egy, így is egy idevágó, egy, mert ez, Márton Joci, aki egy aktivista, fogalmazta meg azt, nincs azzal semmi baj, ha valaki azt érzi, hogy szűkülnek a határok, és hogy gondolkodni kénytelen, meddig lehet viccelni. Nincs ebben az imperatívusban valami mélységesen 68 ellenes, amikor valaki, aki amúgy liberálisnak tartja magát, vagy általában liberálisnak definiálják, az azt mondja, hogy nincs azzal semmi baj, hogy szűkülnek a határok. Nincs azzal semmi baj, hogy egyre kevésbé szabad az élet. Hogy el kell gondolkodnod, mit mondhatsz ki, vagy mit nem. Ez nem a liberalizmus megcsúfolása véletlenül? Anélkül, hogy most a Márton Jócinak a mondatait kellene védelmeznem, vagy véleményeznem, vagy bármi, én azt gondolom, az ő hatása a magyar társadalomra
gondolj róla bárki bármit is, hát az elenyészőbbnél is elenyészőbb, tehát azt gondolom, hogy nem lehet neki ilyen típusú hatásokat tulajdonítani. A John Cleese számon kérni azokért a viccekért, az nyilvánvalóan nevetséges, de önmagában, hogy mondjam, szóval, ha ezt a szőkenős viccet, mert én csak ide tudok kötni abban, amit felvetettél, szóval én ezt, hogy mondjam, én nem azt kérdeztem, én nem vitattam ezt, hogyha Verebes ezt viccesnek talált, ha viccesnek talált, nekem oké, én a szaros fingós körbe sorolom, de hogy mondjam, ettől még tudunk együtt élni, nem gondolom, hogy érted, ha ezt a viccet elmondaná egy társaságban, és ott vagyok jelen, akkor én azt mondanám neked, hogy hát Robert, az Isten verjen meg, hát hogy lehet így? Szóval, hogy mondjam, az valószínűleg erőteljes túlzás lenne, ilyesmire nem vetemednék. Hát nézd, nyilván, igen, amit fölvetsz, az egy alapvetően érdekes kérdés, hogy kinek milyen típusú érzékenységeket kell figyelembe vennie, milyen típusú érzékenységeket kell tolerálnia, és igen, nyilván, tehát hogy mondjam, a kortárs stand-upnak, pláne az amerikai nyilvánosságban pont az a védjegye, hogy nem tisztel semmilyen érzékenységet, és ilyen szempontból mindenbe belegázol, amiről azt gondolja, hogy tabu. Ez egyébként szerintem amennyire egy friss attitűd tud lenni, sokszor azért már egy ponton túl nagyon fárasztó, kiszámítható, és ugyanúgy egyébként egy bizonyos értelemben vett bigottság. Tehát, hogy csak azért bele trappolni tabukba, mert hogy azok tabuk, és minden tabut el kell törölni, az szerintem kicsit kényszeres. De tehát, akkor a szabadság nem önérték. De hogy nem lenne önérték, csak az, hogy mondjam, helyzetek válogatják meg, hogy hogyan és milyen módon kell a szabadságot tetten érni. Tehát mondjuk egy konkrét példát. Nyilván azt hiszem, hogy abban talán egyetértünk, hogy a Matt Stone és a Trey Park által filmjezett South Park az egy nagyon fontos, nagyon izgalmas, vicces, nem tudom én, messze menőkig egyetértünk, innovatív, stb. Na most én, amikor voltam Amerikában, elmentem New Yorkban megnézni a Mormonok könyvét, ami azért musicaljük volt, kb. Egy évtizedet mutatták be, mert reméltem, hogy hát akkor ők eleve egyébként musicaleket írtak először együtt, vagy külön-külön is, de hogy a lényeg az, hogy innen fejlődött ki aztán a South Park, és akkor a nagy sikerek csúcsán 2010-es évek valamelyikében megcsinálták ezt. És hát pont az az élményem volt, mint amikor tudod, a 20-as éveidben jársz házibulizni, és van egy haverod, aki ilyen velőtrázon okos, nagyon-nagyon éles, nagyon-nagyon jól tudja szórni a poénokat, soha nem érzett kényszeresnek, mindig a legfrappánsabb, a legtalpra esettebbek a megszólalásai, és elterik 10 év, találkoztok megint, és ugyanez az ember, ugyanezekkel a viccekkel kényszeres, láthatóan csak a sikert és az elismerést keresi, ott köt bele folyamatokba és helyzetekbe, emberekbe, ahol csak tud, mert azt reméli, hogy ez valamilyen módon a bátorságnak a külcsinét tudja neki kölcsönözni. Tehát egyszerűen nem volt sem vicces, sem éles, kényszeres és unalmas volt az egész. És hogy szerintem ez egy, vagy nekem ez egy fontos élmény volt ebből a szempontból, hogy ezt tudtam most ide kötni azt, amit felvetettél. Nem gondolom, hogy önmagában mondjuk annak, hogy a Márton Jóci fölveti ezt a dilemmát, ez bármilyen módon is elgondolkodhatná Magyarországon mondjuk a stand-up komikusokat, hogy milyen típusú viccekkel merészeljenek, hiszen hát látjuk azt, hogy egyébként a humorral talán kevésbé vádolható különböző M1-en futtatott komédiások már azt sem merik, vagy azt sem gondolják, hogy probléma lenne a szájukra venni, hogy a nők alkalmasak-e humoristának vagy sem. Tehát ilyen szempontból szerintem Magyarországot nem az veszélyezteti, hogy a Márton Jóci fölemeli a mutatóját és azt mondja, hogy szerinte mi lenne, vagy hogyan kéne önvizsgálatot tartani a nyilvánosság szereplőinek. Szerintem Magyarországon más típusú probléma. Magyarországon valóban rendkívül gyengék a szociológia tanszékek. Ennek megfelelően nem ők gyakorolják a megfélemlítést, de Amerikában, mintha... Tudsz mondani a szociológia tanszéket, ami megfélemlítést gyakorol a nyilvánosságra? Hát, hogy mondjam, Amerikában ez nagyon jól érzékelhető. Ez a liberalizmus paródiájának beillő kurzus inkvizíciója, hogy Amerikában igenis zajlik az értelmiség körében egy fokú megfélemlítés, vagy egy megfélemlítettség, aminek számos jele tapasztalható, és értelmiségiek tömegei nyilvánítják ki, hogy a kulturális elit, vagy hát, hogy úgy mondjam, a balliberális kurzus egy nyomást, egy pressziót gyakorol rájuk. Én csak
azt, és ahogy a Magyarországon természetesen nem ilyen típusúak a problémák, és Magyarországon valóban nincs az értelmiség a balliberális kurzus által megfélemlítve, de Magyarországon is vannak olyan szereplők, akik ezt a szerepet készen állnak eljátszani, csak nincs meg az ahhoz tartozó politikai erejük Magyarország sajátos politikai állapota nyomán. De akárhogy is, Amerika írja a világ kulturális kánonját, nem Magyarország. Amerika fújja a passzát szelet nyugatról keletre, és nem Magyarország. És ami ma Amerika, az holnap a világ, mert a tőke erejével formálja a globális világot Amerika, és ez emiatt nagyon aggasztó, és nem lehetünk csak Orbán Viktor alattvalói. Nem gondolkodhatunk csak így, hogy ez most Orbán Viktor viszonylatában, vagy a magyar politika viszonylatában ez most mit jelent. Hát itt a világnak is a polgárai vagyunk, és a világban is zajló folyamatokat is látnunk és értenünk kell. Én meg csak arra vagyok kíváncsi, hogy detektálod-e a 68 ellenességet ebben a kulturális inkvizícióban, amit a kulturális baloldal gyakorol a társadalmakon és az értelmiségen. A világrendszer elmélet leírásod miatt azt gondolom, hogy megérdemelsz egy tapsot, üdv újra a baloldalon, Robi. Viszont amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, most voltam Amerikában, jártam a Columbia Egyetemen New Yorkban, jártam a Michigani Egyetemen Kalamazoo mellett, és volt Floridában Tampa mellett is egyetem, ahol jártam, és sokat kérdezgettem az ottani embereket ezekről a kérdésekről, ez engem is nagyon érdekelt, és azt... Tehát, hogy mondjam, ez így ebben a formában, ez egy sztereotíp leírása a helyzetnek, ez így ebben a formában nem létezik ezeken a helyeken. Tehát ez már önmagában azt jelenti, hogy minden amerikai egyetemről ez nem mondható el. Nagyon eltérő típusú kulturális problémák és adott esetben a kódrendszereknek a felülvizsgálata és újravizsgálata jellemzi ezeket a helyeket. Például mondjuk a Michigani Egyetemen nagyon fontos kérdés az, hogy az őslakos amerikaiaknak a megjelenése, az új tanszékek létrehozatala, ami az ő lehetőségeiket erősíti, vagy adott esetben az ő tudásaikat disszeminálja szélesebb körben, hogy erre hogyan kell reagálni az egyetemi adminisztrációnak. A Kolumbián borzasztó fontos kérdés volt, hogy hogyan lehet például, ott már ugye az is van, tehát hogy amit te mondasz, az lezajlott valamikor a 2010-es években, és azóta ennek már az ellenforradalma is lezajlott, amikor a jobb oldal próbálta ezt valamilyen módon visszavenni, és valamilyen módon kritikával illetni, és azóta már újabb és újabb hullámok vannak, amelyek, tehát hogy mondjam, ez nem egy ilyen egynemű dolog, amiben csak is a kulturális baloldal vagy a progresszívek próbálnak terrort alkalmazni a nyilvánosságon, hanem nagyon-nagyon sok típusú tőkeérdek, kulturális lobby érdek, stb. Küzd egymással azért, hogy dominálja a kulturális diskurzust, de hogy mondjam, például, amikor kint voltam, az a pillanat, amikor a Tucker Carlson-t kirúgták, vagy a Fox-nak egy 700 millió dolláros kártérítést kellett fizetni a Dominionnak. Tehát ott például pont azt lehetett tapasztalni Floridában is, hogy ez erőteljesen visszavette például a republikánusok arcát. Tehát ez egy dinamikus folyamat, amiben nagyon eltérő domináns pozíciók vannak, a transzinkluzivitásnak is van kritikája, és van a transz exkluzivitásnak is kritikája. Tehát, hogy mondjam, nem egynemű a dolog, és szerintem azért azt is érdemes látni, hogy én mindig azért Magyarország perspektívában próbálnám visszaterelni a beszélgetést. Magyarországon nem a progresszív baloldal jelenti a vélemény nyilvánosságra a legnagyobb veszélyt, mert egyszerűen egy olyan államhatalommal állunk szemben, ami tökéletesen kisajtotta pláne Budapesten kívül mindenfajta vélemény nyilvánosságnak a szinterét, és ott ezek a dilemmák meg sem jelennek maximum riogatás képében. Tehát, hogy mondjam, itt az arányokat és a realitás érzéket muszáj lenne Magyarországhoz kalibrálni, mert most olyasmiről beszélünk, ami annyira meta szinten van jelen a világban, pláne Magyarországon, hogy tényleg nem tudom, hogy egyáltalán érdemes erre levegővételt pazarolni. Jártál a Michigani Egyetemen, nos, a Michigani Egyetemről két évvel ezelőtt távozni kényszerült az egyik professzor, mert levetítette a diákjainak a Sir Laurence Olivier által eljátszott Otellót. És nem figyelmeztette őket előtte, hogy feketére lesz maszkírozva benne Sir Laurence Olivier. Persze, hát ez baromság.
Mint hogy baromság az is, hogy a Dávid szobor bemutatása az szexuális abúzusnak, vagy nem is tudom ezután, pontosan. Nem nevezhető baromságnak, de olyan mennyiségű és mértékű támadást kapott a professzor, hogy távozott a katedrájáról azért, mert a Lawrence, és nem hiszem el, hogy azok, akik támadták, ne ismernék fel a különbséget. A feketére mázolt pofával négereken gúnyolódó szélsőjobboldali déli konföderáció hívő amerikaiak, illetve Sir Laurence Olivier Otello alakítása között. Látják ők a különbséget, csak mintha politikai célból nem a, ez egy olyan spekulatív értetlenség. Nem akarják látni, mert ez az ő hatalmukat biztosítja arra, hogy megfélemlíthessenek akár egy professzort, és rasszizmussal vádolhassanak meg egy professzort. És tudod, ha a professzor arra hivatkozik, hogy semmi rasszizmus nincs benne, hanem ezt úgy hívjuk, hogy kultúra, akkor azt mondják, hogy ja, nem rasszizmus, viszont bunkóság. Mert hát ezen bármelyik diák megsértődhet, és természetesen megsértődhet rajta, csak ez egy olyan világ, ahol amin meg lehet sértődni, azon érdemes is megsértődni, és hogy ez a spekulatív sértődés, ez aztán áthatja ezt a liberális kurzust, úristen, azt mondtam, hogy liberális, szóval, hogy ezt az áll-liberális kurzust, nem csak az áll-nemzeti kurzust. Ebben nem fogunk vitázni róla. Nagyon jó. Ha szeretted volna, akkor sajnos minden nem. Olyan pillanatban nem tudok partnered lenni, mert ebben egyetértünk. Nagyszerű. Hogyan látod Gyurcsány Ferenc szerepét az Orbán rendszer születésében? És kifejezetten az Orbán rendszer születésében betöltött szerepét Gyurcsány Ferencnek. Hát ezt elmondtam, volt egy videóm is erről. Talán pont amikor még a Schleim elindult, 4. vagy 5. videónk szólt arról, hogy Gyurcsánynak milyen szerepe volt. Azt nem is tudom, hogy mikor néztem újra, valószínűleg nagy vonalakban még ma is egyetértek minden állításával. Lehet, hogy egy-két adat, amivel próbáltam bizonyítani a igazamat, az lehet, hogy ma már alaposabb utánajárás követelne meg, de biztos, hogy a politikai állításokkal egyetértettem. Hát nyilván Gyurcsány Ferenc nem volt alkalmas arra, hogy a 2006-ban megszerzett választói többséget érdemben szolgálja, nem volt alkalmas arra, hogy a választáskor tett ígéreteivel egy jóléti Magyarországot építsen, és pláne amikor kiderült az, hogy hogyan beszélt a pártársai előtt arról, hogy milyen évek állnak előttünk, és milyen évek állnak mögöttünk, és ebből milyen politikai következtetéseket kell levonni. És amikor ez napvilágra került és a jogos népharag föltámadt, akkor pedig alapvetően nem próbálta meg adekvátan kezelni a helyzetet, hanem gyakorlatilag hozzájárult ahhoz, hogy egy ilyen helyzet, egy ilyen hidegpolgárháborús helyzet alakuljon ki. Sajnálatos módon azért ehhez nem egyedül asszisztált, ebben benne mellette volt az akkori szocialista párt vezetése is, mellette volt a kisebbségi vagy a kisebb kormányzati koalíciós partner, és hát eléggé sokáig látható volt az, hogy ezt a reformdühöt nem tudja elengedni, ami hát nyilvánvalóan az úgynevezett jóléti népszavazással megépítette Orbán Viktornak azt a választói tömböt, amivel 2010-ben alkotmányos többséggel masírozott a parlamentbe. Ezt tudom cizellálni, és tudom részletgazdagabbá tenni, mert nyilvánvaló, hogy mondjam, szóval lehet méltányosnak is lenni bizonyos aspektusok tekintetében Gyurcsány Ferenc kormányzásával, lehet beszélni arról, hogy a 2008-as válság hogyan tette még kiszolgáltatottabbá Magyarországot, és hogy abban a helyzetben hogyan tudott volna bárki más egyébként szerepet vállalni, vagy helytállni. Tehát, hogy mondjam, lehet ezt cizellálni és méltányosabbá tenni, de azért nagy vonalakban valószínűleg ez a narratívája a dolognak. A kérdés az, hogy önmagában az, hogy lemondott először a miniszterelnökségről, majd a pártvezetésről, az akkor egy felelős döntés volt-e, vagy még inkább olaj a tűzre, és még inkább kérdés az, hogy ezek után az ő 2010 utáni szerepvállalását azt hogyan értékeljük. Nem ő szervezte meg maga ellen a nemzeti radikalizmus Magyarországon? Hát szerintem a nemzeti radikalizmus az elég jól meg volt szervezve nélküle is már egészen a rendszerváltástól kezdődően. Nem látunk egy minőségi különbséget a Gyurcsány előtti nemzeti radikalizmus, meg a Gyurcsány utáni nemzeti radikalizmus között? Mintha a Gyurcsány előtti nemzeti radikalizmus egy parázs lett volna, a Gyurcsány utáni az meg egy erdőtűz. Mint hogyha, tehát, és persze lehet azt mondani, hogy már volt előtte is, hát igen, Csurka István, meg a Magyar Fórum, persze volt már előtte is, de
Budaházi György híd foglalás 2002-ben. Igen, de akkor azt érdemes megnézni, hogy 2002-ben a Budaházi György híd foglalásában hányan vettek részt. És aztán 2006-ban a TV-székház ostromában hányan vettek részt. És ezen fel is mérhető a Gyurcsány hatás. Hát ha az a kérdés, hogy Gyurcsány Ferenc jó PR szakembere volt a nemzeti radikalizmusnak, akkor valószínűleg igen. Tehát ilyen szempontból valószínűleg az, ahogyan, és lehetne ezt még cizellálni, mert ugye, hogy ne felejtsük el talán a legfontosabb botrányát a korszaknak, a cigányok elleni rasszista sorozatgyilkosságot, terrorcselekményeket, amelyekkel kapcsolatban részben rettenetesen leszerepelt a magyar állam, mert sem megelőzni, sem a további gyilkosságokat megakadályozni nem tudta, sem egyébként méltóság teljesen az áldozatokat meggyászolni, és ebből egy olyan gyászeseményt kreálni, ami esetleg, hát hogy mondjam, össze tudta volna kovácsolni a nemzeti egységet az ilyen típusú terrorcselekményekkel szemben. Hogy arról már ne is beszéljünk, hogy nyilván a magyar gárdának is adott épp elég gyúanyagot. Igen, hát hogy mondjam, ebben nem fogunk ebben vitatkozni, Robert, hogy itt neki igen súlyos mulasztásai voltak. Az a javaslatom, hogy tekintsünk meg egy bejátszást, ugyanis te készítettél egy interjút Gyurcsány Ferenccel, és ennek a Gyurcsány Ferenc interjúdnak a részleteit szeretném most bemutatni a közönségnek. Nézzük meg! Te bánod, de hogy nem álltál ott Márki-Zay Péter mögött a vereség estéjén. Miben látod a demokratikus koalíció megkülönböztetett felelősségét ebben az eredményben? Van-e szerinted a DK-nak képessége és lehetősége bizonytalanokat, vagy még inkább nem elkötelezett, de mégiscsak fideszes szavazókat megszólítani? Árnyék kormány. Miért nem vagy benne? Miért nincsen a választási eredménynek a belső elnöki pozíciódra nézve semmilyen következménye? Arra tudsz esetleg ígéretet tenni, hogy utána nézel ennek a konkrét esetnek, és ha az derül ki, hogy itt a pártársad nem kellő körültekintéssel járt el, akkor valamilyen módon korrigáljátok ezt az előállt helyzetet? Márton, hogyan készíthettél úgy Gyurcsány Ferenccel interjút, hogy egyáltalán nem kérdezted 2006-ról? Jól értem, hogy akkor e szerint te Gyurcsány Ferencet rehabilitáltad? Egész biztosan nem rehabilitáltam. Ugye ez egy aktuál politikai interjú volt, ami fél évvel a választás után készült. Ugye ti másnap készítettetek róla az Önkényes Mérvadóban egy adást, és sajnos, hogy korrigálnom kell téged, ti ott úgy beszéltetek erről, mint egy szerkesztett interjúról, ami felvételről ment, és nem értettétek, hogy miért nem vágtuk be azokat a részeket, amikor 2006-ról van szó. Ez nem egy életút interjú volt. Ez egy aktuál politikai interjú volt, ami arról szólt, hogy hogyan lehet az ellenzék, még egyszer mondom, tényszerűen legnagyobb pártjának elnökét számon kérni azokkal a kérdésekkel kapcsolatban, amiket a választások óta nem tett föl neki senki, hadd fejezem be, bocsáss meg. Tehát, hogy ezt rehabilitációnak a legkevésbé mondanám, itt arról volt szó, hogy azokat a kérdéseket volt értelme föltenni, amely 2023. szeptemberi vagy októberi, amikor ez az interjú elkészült, relevánsak az ő személy vonatkozásában. Hogy mondjak egy ellenpéldát, a választás után Torockai László bejött a stúdióba egy hasonló interjúra, az is élő volt és másfél órán keresztül tartott. Torockai Lászlónak is van szerepe 2006-ban a TV-székház ostrom kapcsán, de nyilvánvalóan nem azt kérdeztem tőle, hanem alapvetően azokra a kérdésekre fókuszáltunk, amelyek a Mi Hazánk parlamentbe kerülése kapcsán relevánsak. Lehetett volna mást is hozni az ő életútjából. Én megértem, hogy te nem vagy elégedett ezzel az interjúval. Szíved joga, nyugodtan gondolhatod azt, hogy ez egy újságírói alja teljesítmény volt, nyugodtan gondolhatod azt, hogy ez bármilyen szempontból nem kielégíti a te ízlésednek. Én csak el akarom mondani, hogy nem az történt, hogy Gyurcsány Ferenc rediktálta a kérdéseket, ilyen a mi szerkesztőségi gyakorlatunkban soha nem fordulhatna elő, hanem mi ezeket a kérdéseket tartottuk relevánsak. Mondhatod azt, hogy szerinted ezek nem releváns kérdések, de akkor itt egy elvi vita van kettőnk között. 2022. szeptemberében, úgyhogy fél éve nem nyilatkozott a nyilvánosságnak, ezek voltak azok a kérdések, amikről azt gondoltuk, hogy válaszolnia érdemes. Nem életút interjú jött, aktuál politikai interjúra. Hát, valaki fölgyújtja a házat, és utána te az interjúban arról kérdezed, hogy mennyire van megelégedve a tűzoltóknak a ruházatával. És valahogy ez nem egy olyan interjú, mert az egy életút interjú, hogy a te életutadban, hogy te az életutadhoz tartozik, hogy te gyújtottad föl a házat. De most nem erről beszélünk, az már megtörtént. Hanem most arról beszélünk, hogy itt és most az a probléma, ami hát itt kialakult, ez a
gyújtás nyomán valahogy gyulladt a ház, azt most hagyjuk. Na de a tűzoltók ruházatát, nyilván nem is lennének itt a tűzoltók, ha nem lenne ez a szörnyű helyzet, ami a tűz miatt lett, de most ki gyújtotta a tüzet, hát ez a... És Torockai László is ott volt, és őt se kérdeztem. És ezeket a kategóriákat, ezeket a műfaji kategóriákat, hogy életút interjú az, ahol az egy olyan formai keret, amiben föltesszük azt a kérdést, hogy hát végül is Ferenc, hát te gyújtottad föl, ha jól emlékszem. Láttalak a benzines kannával, ahogy locsoltad szét. Ez az életút interjú kategóriája, amit nem rendezünk meg. Ezzel szemben megrendezzük az aktuál interjút, amiben hát a... Most mi az aktuális? Hát ha nem az, hogy milyen ruhában vannak ezek a tűzoltók? Hát, hogy is mondjam? Verebes István a szexista viccelődése miatt számon lett kérve. De az egy életút interjú volt. Egy Gyurcsány Ferenc 2006-ért nem. Ez milyen már? Megértem a kiakadásod, rendkívül átélhető az, hogy ezt így elővezetted, láthatóan sikere is van. Ezzel együtt nem tudok más mondani, mint eddig is mondtam, Róbert. Ráadásul mondom még egyszer, tehát értem, hogy te ezeket a műfaji kategóriákat pinfnek gondolod, de fél órával ezelőtt még amellett érvelt, hogy jó lenne, hogyha a publicista, újságíró, elválasztások lennének, stb. Ezek műfaji korlátok. Én Verebes István 4 órán keresztül beszélgettem, eleve ez volt a dolognak a célja. Ha lesz, és én szeretném, ha lenne Gyurcsány Ferenccel életút interjú, nyilván nem lehet megkerülni ezt a kérdést, és nem is akarnám megkerülni ezt a kérdést, hadd fejezzem be. Mint ahogy nem lehet megkerülni az ő meggazdagodásának a kérdését, azt, hogy az ő akkori, mostani anyósa, akkor még ugye Horn Gyula kabinetében dolgozó, és egyébként később a Magyar Fejlesztési Bankban is szerepet vállaló ember, hogyan intézett neki hiteleket. Tehát, hogy mondjam, nagyon fontos kérdések vannak Gyurcsány Ferenc politikai múltjával kapcsolatban, amelyek nem kerültek föl. Tudok mondani még legalább 5 olyan kérdést, amit így a technológiát szerint, akkor ezek szerint megalkuvás nem föltenni. De szeretném, hogyha világos lenne, ha most Orbán Viktor bejön a stúdióba másfél órára beszélgetni, nem fogunk beszélni a székház kérdésről. Nem fogunk beszélni a 2006-os jobboldali mozgásokban játszott szerepéről. Nem fogunk beszélni arról, hogy 2002-ben hogyan egyneműsítette a pártját, és hogyan gyilkolta meg a belső demokráciát. Valószínűleg arról sem fogunk beszélni, hogy az a Simicska Lajos, aki évtizedekig volt a legfontosabb strómanja, hogy vált egyébként persona non grata-vá 2015-ben. És azért nem fogunk beszélni mindenről, mert ha megvan az a lehetőség, hogy egy olyan politikust, akinek a jelenre ilyen nyomása és hatása van, kérdezhetjük jelenkorban, másfél órában, akkor sajnos nincs az első 10 kérdés között. Én megértem, hogy számodra ez sérelmes, én csak azt az egyet szeretném kérni, hogy abban legyél méltányos, hogy én nem azért nem kérdeztem Gyurcsány Ferencet erről a kérdésről, mert becsicskultam előtte, hanem mert azt a döntést hoztam, hogy jelenleg nem ezek a legfontosabb kérdések. A szerkesztőséggel egyeztetve ez volt a közös döntésünk, vitathatod, gondolhatod azt, hogy ez egy aránytévesztés, csak szerintem ebből egy ilyen típusú morális elkurvolásnak a képét megrajzolni nem méltányos. Van egy rettenetes sejtésem, az, hogy Gyurcsány Ferenc nem fog bejönni életút interjúzni veled, mert nem akar 2006-ról beszélgetni veled. És ebből egy még rettenetesebb sejtésem következik, az, hogy ezt te tudtad, amikor úgy döntöttél, hogy nem életút, ezúttal nem életút interjút fogsz készíteni, hanem egy aktuál interjút fogsz készíteni, mert arra bejön. És hogy hát, hogy itt annyira fontos, hogy a Partizán vendégül lássa Gyurcsány Ferencet, hogy Dobrev Klára bejöjjön a Partizánba? Hogy ez egy, mert bizonyára az van, hogy a Partizán ettől egy nagyobb presztízsű orgánum, hogy a Dobrev Klára meg a Gyurcsány Ferenc bejön és beszélget veled. De megéri ez? Tehát, hogy megéri ez azt, hogy akkor viszont bizonyos kérdéseket nem teszünk föl, hanem úgy hajlítjuk a műfaji kereteket, hogy az tulajdonképpen a újságírói presztízsünk megőrzésével tudjuk nem kérdezni 2006-ról? Robert, nincsenek hajlítva az újságírói keretek, műfaji keretek vannak.
Vannak ilyen műsorok, vannak olyan műsorok. Az egyik műsorban ilyen kérdések vannak, a másikban olyan kérdések vannak. Én csak azt szeretném, hogy, tehát, hogy nem azt vitatom, hogy nem lehet erről véleménye, én csak azt mondom, hogy azt az egyet fogadd el, hogy ezeket szerkesztőségi döntések okán hoztuk igen, meg. De hogy a szerkesztőségi döntésnek mi volt a motivációja? Nem az volt a motivációja, hogy jöjjön be Gyurcsány Ferenc? Ezzel a feltétellel jött be Gyurcsány Ferenc, hogy te nem kérdezed 2006-ról. Dehogy is. Bejött volna akkor is, ha 2006-ról kérdezed? Mert semmi... akkor megbocsájthatatlan. Tudod? De, tudod, ha van rá magyarázatom az, hogy hát ezekkel a feltételekkel lehet a Gyurcsányt kérdezni. Robi, semmilyen beleszólása Gyurcsány Ferencnek abba, hogy milyen kérdéseket teszek föl, nem volt. Nem egyeztettem sem vele, sem a stábjával, sem senkivel erről, mint ahogy soha nem is teszünk így, amikor interjút készítünk egy vendéggel. Mikor látjuk az életút interjút? Hát ezt ne tőlem kérdezd, ahogyan egyébként Orbán Viktornak, a minisztereknek, és egyébként úgy Gyurcsány Ferencnek is ott van a lehetőség, éljenek vele, jöjjenek be, csináljuk meg. Hány forintot kapok, ha nem jön be? De Robi, most az a helyzet, hogy rajtam kér számon valamit, amiben én alapvetően azért küzdök, hogy ezeket a kérdéseket föl lehessen tenni. És most azt kérdezett tőlem, hogy ha végre egyszer interjút adott a Gyurcsány Ferenc, miért nem ezt kérdeztem meg tőle? Azt értsd meg, hogy ez egy fontos kérdés, de akkor van még legalább öt másik, ez és azt is a számon fontos, kellett volna kérdezni. A fontos kérdés. Neked, de én meg azt mondom, hogy lehet, hogy például a 2004-es... Csak nekem fáj a 13 éve zajló Orbán rendszer. Ezért nem. Nekem ez egy fontos kérdés. Hát... Csak Robi, azt értsd meg, hogy például lehet, hogy az egész odadatálható, hogy 2004-ben milyen körülmények között cserélt Széget Megyesi Péter és Gyurcsány Ferenc. Lehet, hogy az inkább hozzájárult ehhez a kérdéshez. Lehet, hogy inkább hozzájárult ehhez a kérdéshez az, ahogyan Gyurcsány Ferenc beleállt például abba, hogy Polt Péternek menlevelet adjon. Például még ezt a kérdést is föl lehetett volna tenni, hogy Polt Pétert menesztették és visszaélyezték az ügyészségbe a Lex Pollal. Lehet, ne, hogy... én nem hiszem, hogy a 2004-es pucs miatt azért, mert a Gyurcsány megpucsolta a Medgyesi Pétert, vonultak ki 2006-ban az utcára az emberek. Nem a pult alatti kormányzás, a költségvetés hiány számainak az eltitkolása, a konvergencia jelentések meghamisítása, a parlament megtévesztés, a saját frakciójának a megtévesztése, ami után ezt a frakciót abba beavatta Öszödön, annak a kiszivárgása, ennek az egész mocsoknak a felfakadása. Ez eredményezte az Orbán rendszert, és ez az a referencia, ez az a hatláb mélyre beásott léc, amit Orbán Viktor minden nap átsétál, mert minden nap fölül tudja múlni azt, ami, ahova beásta azt, ezt a lécet Gyurcsány Ferenc. Ez ne, én... Tehát most azt mondani, hogy 2004 is okozhatta az Orbán rendszert, meg 2006 nem, is. Nem, én csak azt mondom, Robert, amit te most állítasz, hogy itt egyetlen egy esemény van, és az az egyetlen a fontos, ez a te politikai értékítéleted. És most azt próbálod rám erőltetni, hogy én nem tartom jelentőség teljesnek a 2006-os eseményben játszott szerepét Gyurcsány Ferencnek. Ilyet nem állítottam. Az, hogy ebben az interjúban erre nem tértünk ki, ennek nagyon egyszerű okai voltak. Ezeket már kismilliószor elmondtam, elfogadod, nem fogadod, nem tudok vele mit kezdeni. De azt akarom mondani, hogy ha például életút interjú készülünk vele, akkor a 2006-os események mellett van legalább 4-5 másik, de lehet, hogy 6-8 komponens, és én alapvetően azért végzem ezt a munkát, amit végzek, azért csináljuk ezeket az interjúkat, hogy árnyaltabban lehessen beszélni ezekről a folyamatokról, mert csak ez fogja a politikai tudást kiterjesztettebben fejleszteni ebben az országban. Elfogadom, hogy nem értesz egyet ezzel. Én csak azt akarom mondani, hogy ez szerintem nem egy morális különbség kettőnk között, hogy én megalkuvó vagyok, te pedig a lánglelkű hérosza a 2006-tal kapcsolatos tudások ápolásának, hanem egyszerűen az van, hogy máshogy ítélünk meg helyzeteket, és ezt tekintsük már véleménykülönbségnek, ne pedig morális pozíciónak. Fontos ez a diskurzus, mert ha azt akarjuk, hogy a jövő más legyen, ahhoz a múltat értenünk kell. Ha máshogy értjük a múltat, akkor az azzal kapcsolatos véleménykülönbségeinket igenis fel kell tárni, mielőtt elgennyesedik pont úgy, mint a Gyurcsány Ferencnek a főkönyv hamisítása. Tehát igen, azt gondolom, hogy ez egy hasznos diskurzus, és fontos megállapítani, hogy mi okozta az Orbán rendszert. Csak érted, Robi, neked az az alappozíciód, hogy Gulyás, te ebben hazudsz. Neked lehetőséged lett volna kérdezni Gyurcsányt, és megalkuvó módon a nézettségért belementél egy olyan alkuba, tudva vagy tudatlanul, amiben megsegítetted azt, hogy újra egy alkalommal neki ne kelljen számot adnia a politikai bűneiről.
Csak hogy ez szerintem nem egy olyan alappozíció, amiben te egy párbeszédre hívsz engem. Téged nem nagyon érdekel az, hogy mondjuk milyen döntéseket hoztunk, hanem az érdekel, hogy igazolom a te morális értékítéleted rólam és a Partizánról vagy sem. Én meg küzdök azért, hogy elmondjam neked, hogy Robi, rossz paradigmában kérdezel, mert szerintem ez nem egy olyan paradigma, amiben párbeszédre lehet hívni. Mert én el tudom mondani az érveinket, tudok erről hosszabban is beszélni, most nem akarom ezzel rabolni az időt, de szívesen beszélek akár hosszabban is erről, de láthatóan itt nem arról van szó, hogy el tudom mondani az érveimet, te el tudod mondani, hogy szerinted ezek miért nem érvek, és akkor kiderül az, hogy valószínűleg ebben véleménykülönbségen vagyunk, hanem itt most én azért levickélek, hogy ne tűnjek egy megalkuvó szaros alaknak. Igen, de... És szerintem, bocsáss meg, szerintem ez a típusú attitűd, szerintem ez a típusú hozzáállás a vitához, ez pont az, amit te szoktál kritizálni, hogy miért akarunk felelni olyan vélemény nyilvánosságoknak, amelyek elvárják tőlünk, hogy csak azt a kérdést lehet föltenni Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, mert ha más kérdést nem teszel föl, akkor egy megalkó vagy. Én meg azt mondom, hogy ne haragudj, nem azért végzem az újságírói munkámat, hogy vélemény nyilvánosságoknak feleljek meg. Nem azért csinálok interjút Gyurcsány Ferenccel, hogy akár a jobboldali, akár bármilyen más vélemény nyilvánosságnak megfeleljek, hanem azért, mert ezek a fontos kérdéseim. Ugyanez Torockai Lászlónál, ugyanez Fűries Balázsnál, ugyanez Majkánál, Sebestyén Balázsnál. Tehát, hogyha nem tartod jónak a kérdéseimet, minden jogod megvan hozzá, de azt ne úgy kezeld már, hogy ez egy morális megalkuvás, amiért én nem azt tettem föl, ami szerinted fontos, hanem értsük meg, hogy szerinted miért fontos, és engedd meg, hogy én is érvelhessek amellett, hogy szerintem meg egyébként az miért fontos. Ahhoz, hogy a múlttal kapcsolatban elérjünk valamiféle szembesülést, hogy föl tudjuk dolgozni a múltat, ahhoz nem fogadhatjuk el azt, hogy felelősséggel, hogy te, Márton, ezt így gondolod, én meg ezt amúgy gondolom, neked jogod van, nekem is jogom van a saját véleményemhez, hanem igenis, mint értelmiségieknek felelősségünk és kötelességünk konfrontálni a magunk érveit a másikéval, és addig ütni a másik érveit, amíg valamelyik bedől. És te nem azért, az érveimet ütöd, és azért, Robert, mert... te nem az érveimet ütöd, hanem te az én... morális integritás. Nem. Arról van szó, hogy te szerinted 2004 és a Medgyesi megpucsolása ugyanolyan... Nem, ezt nem állítottam. Jó, ez okay. Egy klasszikus puzsérizmus, amit most művelsz. Fogod az érvemet, és úgy hajlítod, hogy igazolja a saját narratívádat. Én hoztam két érvet, de tudnék még mondani ötöt. Pont ez volt a lényege, hogy tudnék mondani... Nem azt mondom, hogy 2006-tal egyenértékű, de pont ezen a vita lényeg, hogy vizsgáljuk meg egyenértékű, könnyebb, nehezebb esemény Gyurcsány Ferenc kormányzásából, vagy pártelnöki munkájából, ami szerintem megalapozottan állítható, hogy hozzájárult az orbáni hatalom gyakorláshoz és az orbáni hatalom kiteljesedéshez. De téged nem ez érdekel, téged az érdekel, hogy igazolom-e a prekoncepciódat azzal kapcsolatban, hogy a Partizán befeküdt Gyurcsány Ferencnek. És az a baj, tudod, hogy nyilván, hogy mondjam, számítottam rá, hogy egy ilyen helyzet előállhat, csak szomorú vagyok tőle, mert én azt reméltem, hogy végre, így, hogy szemben ülünk egymással, megteremtődik az az alkalom, hogy, hogy mondjam, előítéletmentesen és a másik érveire reagálva, nem pedig a másik érveit használva és kifacsarva próbálunk érvelni a másikkal szemben, és nem az az érv, nem az a cél, hogy a másikat morálisan megsemmisítsük, hanem hogy megértsük, hogy mi az a különbség politikailag adott esetben, ami minket elválaszt. Igen, de most van ez a szörnyű sejtésem, de most érted, most te vagy az, aki ezt morálisan visszavered rám, hogy én nekem van egy szörnyű sejtésem, hogy hát bizony a Gyurcsány Ferenc az életút interjúra nem jött volna be, és hogy ennek akár szerepe is lehetett abban, hogy nem életút interjúra hívtátok be. Tehát igen, van egy ilyen sejtésem, és én hangot adok ennek a sejtésnek. Nem azért, hogy én téged morálisan megsemmisítselek, hanem azért, mert ez egy felkérdezés. És ez a szörnyű sejtésem, ez kikívánkozik. De tök jól kikívánkozik. Csak rögtön a megfejtés is hozzáteszed, mondván, hogy mi tudtuk azt, hogy úgy se jönne be életút interjúra, és akartuk a nézettséget, és akartuk azt a helyzetet, hogy elmondhassuk, hogy a Partizán egy akkora presztízsű csatorna, hogy Gyurcsány Ferenc ott adja az első interjúját a választások után, és hogy ez egy a te megfogalmazásodban, és igenis a te attitűdödben, ez egy morálisan alávaló pozíció. Jó, hát nagyon reméljük, hogy Gyurcsány Ferenc nézi ezt a közvetítést. Azt érzi, hogy úristen, hát úgy elmondanám már ezt a 2006-os sztorimat, feszíti a mellkasomat, és miért nem életút interjúra, ha ez akkor eszembe jutott volna, és mondom, hogy hát életút interjút szeretnék. Most itt az alkalom, Ferenc. Hát most ne, de mondjuk a jövő héttől kezdődően. Na, a jövő héttől. Ez mára épp elég, szerintem. Az a javaslatom, hogy tekintsünk meg egy újabb bejátszást, erre vonatkozóan kérdeznélek.
Csaknál köszöntöm a nézőinket, ez itt a péntek esti Partizán, a Partizán közéleti létnágysója. Redundáns a dolog, de valahogy csak lesz belőle műsor. Hoppá! De miért nem rántam? Hát de ne így. Szerintem ez a hülyék játék vezetőlet. Igen? Igen, abszolút. Köszönöm hát szépen. Hát látom. Hát... De győződben! Tényleg mit hoztam meg, figyelj! Na figyelj! Ezt dob be hozzá, gettós italam. Nagy tapsod a Kófmáténak! Szeret tudsz jönni, így? Így? Tudsz? Persze tudsz. Ez a munkád. Anyád meglát! Egy ilyen kétharmados csókkal még. Ezzel megoldottam. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Csáho! Nos, az én fejemben úgy él egy tévécsatorna, hogy Baló György politikusokat kérdez fel benne, Fábri Sándor meg szórakoztat a Late Night Show keretében. A te fejedben hogy él ez a kétféle média szerep, ez azonos képességeket követel meg? Nem, hogyha az a kérdés, hogy szereptobozódásban szenvedek, akkor az valószínűleg igaz. Ugye, amit most itt bemutattál, azért ebből szerintem nem lehet képet kapni arról, hogy ezek a műsorok miről szólnak, mert volt köztük Late Night műsor, volt köztük olyan például, ami a mi konyhaműsorunkról szól, főzőműsorunkról szól, amiben társadalmi kérdéseket próbáltunk a gasztronómián keresztül bemutatni, meg az ételnek a politikai vonatkozásait, és így tovább. Tehát, hogy mondjam, igazából mi a kérdés? Hát az a kérdés, hogyha a Fábri Sándor, aki a... Nem vagyok Fábri Sándor. Messze nem vagyok. Tehát ő egy jó, csak ikonikusan vicces, volt, sajnos. Igen, de a csúcson az volt. De hát, hogy a Fábri Sándori szerep... Dehogy is. És a Baló Györgyi szerep. Nem, bocsáss. Politikus felkérdező szerep, az én szememben egy Baló Györgyi szerep. Nyilván a szerepnek a legnagyobb alakjával reprezentálom én ezt most, ahogyan kifejezem, hogy ez a Baló Györgyi szerep. Most, hogyha a Baló György, aki amúgy politikusokat kérdez fel, egy late night talk show hostban birpongozik mondjuk, vagy vicceskedik, vagy egyéb ilyen show műsor keretében szórakoztat, azzal nem éli-e föl azokat a kulturális krediteket, amik akkor kellenek, amikor politikust kérdez fel, és viszont, amikor Fábri Sándor politikust kérdez fel, akkor az a szerep, amelyben ő ott halálkomolyan veszi magát, és halálkomolyan is kell venni őt, meg kell venni azt a helyzetet, amiben ő jelen van, az nem éli-e föl azokat a kulturális krediteket, amikkel amúgy a Late Night Talk Show-ban szórakoztatnak. Tehát ezek a szerepek hosszú távon összeegyeztethetők-e, de úgy is kérdezhetem, hogy a Komisszár elvtárs az jó talk show host-e, és hogy a talk show host az jó Komisszár elvtárs-e. Tehát, hogy ezek akárhogy is, ez a politikai aktivizmus az nagyon másfajta, az én szememben legalábbis nagyon másfajta képességeket, másfajta média jelenlétet követel meg, mint a szórakoztatás. És hogy ezeknek a szerepeknek a szétválasztása, a személyi szétválasztása, az miért nem valósul meg a Partizánon? De miért kell ezeket a szerepeket szétválasztani? Nem értettem meg. Tehát, hogy ezt a közönség eldönti, azt gondolják, hogy számukra disszonáns, számukra hiteltelen, vagy olyan összefüggéseket mutat, amelyek számukra nem kívánatosak, akkor nem nézik. Tehát, hogy ez egy ajánlat, amiről mindenki eldönthető, hogy számára autentikus-e, érdekes-e, és ezt ilyen szempontból tényleg a piac mérni. A kapitalizmus, a piac láthatatlan keze majd eldönti. A láthatatlan keze semmiképpen sem. Ez tulajdonképpen a fogyasztó, az dönt, tulajdonképpen a fogyasztásával szavaz, és abban az esetben, ha sokan megnézik a műsorodat, akkor az jó műsor. Ez így megy. Hiszen, nem azt mondom, hogy önmagában a nézettség nem dönti el, hogy jó-e vagy sem, de érted, Robert. De hát ezzel érvelj. Érted, Robert, hát te magad is, amíg futott a Szobjektív, akkor a Gonzó szakácskönyved, akkor ehhez képest a rádióműsorod, tehát te is
többféle szerepet mozgatsz egyszerre. Szerintem, hogy mondjam, hogyha van konkrét interjú, amiről azt gondolod, hogy számodra működésképtelen volt, vagy nem tudom, inautentikusnak hatottam benne, akkor azt nyugodtan mondd, ez egy kísérlet arra, hogy lehet-e különböző műfajokban próbálkozni a rendszer kritikával, akár egy politikai interjú helyzetében, akár egy late night show keretében, és arra meg nagyon törekszem, hogy olyan szerepet ne vállaljak föl, például, amit nincsen hírmonológom, mint a Fábri Sándornak volt, mert én abban nem vagyok jó. Hogy a többiben jó vagyok-e vagy sem, azt neked kell eldöntened, a nézőknek kell eldöntenie, a szerkesztőségnek, a stábnak kell eldöntenie, és nekem is van róla valamilyen reflexióm, de ezek szerintem nem ilyen élesen elválasztható szerepkörök, mint amiket te próbálsz most rajtam számon kérni. A Partizán ennek is a kísérlete, hogy lehet-e ilyen kiterjesztetten kezelni a politikát. Ugye egyszer számon kértél azért egy cikketben, hogy én a politika totalitásáról beszéltem, és azt állítottad, hogy én ezzel a totalitárius diktatúrákat sírom vissza, az aki nincs velünk, az ellenünk, miközben nem erről beszélt. Én arról beszéltem, hogy a kulturális szerepek, a kulturális elitnek a képződése és a gyakorlata az legalább annyira politikai kérdés és politikai minőség, mint a konkrét politikusok a parlamentben és a pártoknak a kialakulása. Tehát, hogy én ezt egy rendszerként látom, és nagyon érdekel, hogy a különböző reprezentánsai hogyan gondolkodnak a saját társadalmi funkciójukról, a társadalom különböző egyéb politikai vonatkozásairól, és ebben különböző műfajokban próbálunk alkotni. Majd, hogy mondjam, nem csak a piac, a nézők, tehát a néző dönti el, hogy számára ez érdekese, vagy sem, illetve a szerkesztőség is. Volt olyan adás, amit nem engedtünk, vagy volt olyan felvétel, amit nem engedtünk ilyen szempontból adásban, amiben mondjuk egy hírmonológot mondtam el, mert nem volt működőképes. Nyilván ügyelünk arra, hogy ne álljak olyan helyzetbe bele, amiből ordít, hogy tényleg nem szól semmi másról, csak obszcén exhibicionizmusomról. Szerencsére azokon a korszakon már túl vagyok, és sokkal jobb szerkesztők, jó csapat van körülöttem, akik ebben ügyelnek, és észnél vannak, akár helyettem is. De azt szeretném megtartani azt a jogot, hogy kísérletezhessünk a különböző műfajokkal és a különböző szerepekkel, de ha elmondod, hogy ezzel szerinted mi az alapvető probléma, akkor szívesen gondolkodom rajta. Te vagy a baloldal Árnyék TV elnöke. Milyen? Árnyék TV elnök. Wow. Hát, hogyha van árnyék kormány, kell, van? Hogy tartozzon hozzá Hát van, nem? Nem tudtam, én elmentem 6 hét, nem hallottam róluk. Van még nálad akkor? Bent a Dobrev Klára, hát nem... Hát az már régen volt, azóta sok vízzel folyt a Dunán. Szóval, hogyha majd te leszel a TV elnök. De ezt most úgy mondod, mintha ez egy ilyen faktum lenne. Nem, de hát... Csak ki kell várni. Jó, nem, hát attól messze vagyunk, hogy... 2:30-ra itt ülünk, még fél igen, óra de, is. Igen, de hát akár... Hétfőn már itt volt a Bernie Sanders, tegnap a Jeremy Corbyn, ma már Puzsér. Vasárnap már csak be kell menetelni a Kunigunda útra. Na de annyi fantáziánk bizonyára van, hiszen el tudjuk képzelni Darth Vadert is, meg Jodát. Tehát annyi fantáziánk bizonyára van, hogy elképzeljük, hogy győz a baloldal és te leszel a tévé. Van fantáziát, hallod? Hogy Magyarországon a baloldal? Aha. Már melyik? Tudod, hogy ezek közül melyik? Hát azért ez egy erős kérdés, az úgy hallom a közönség soraiban is van egy kis ételyke. Tényleg kell hozzá fantázia, de hát a Jodához meg a Darth Vaderhez is kellett. Tehát igen, na, de most ez egy science fiction, ahol tényleg megnyerik a választást. Te leszel a TV elnök. Be fogsz menni a saját tévéműsorodba, Late Night Talk Show hostnak? Mint tévéelnök? Ez a kérdés. Hát, hogy hiszen... Azt értem, hogy ez a kérdés, csak annyi előfeltétele van, amik nem igazak, hogy onnantól már persze érdekes... Jó, de eljátszhatunk a fantáziával, de, nem? De ne az én kontomra lehet... Tehát, hogy... Miért ne? Hát de miért ne? Hát most... Robert, ha az a kérdés... Vannak tévéelnöki kreditek, vannak felkérdezői kreditek, meg vannak szórakoztatói Late Night Talk Show kreditek. Te ezeket mindegyiket a magad kezében tartod. Hát okay, most Robert. Ebben a szituációban, érted, szabadjon feltenni a kérdést, hogy kis elemérnek jól állt-e volna-e, hogyha bement volna Friderikusz módjára rovarokat enni a Late Night Talk Show-ba. Ez azért szabadjon feltenni ezt a kérdést, ha már valaki árnyék tévéelnök plusz fölkérdez, plusz szórakoztat a Late Night Talk Show-ban. Tiltakozom a kényszer identifikációd ellen. Nem vagyok tévéelnök, sem árnyék tévéelnök. Robert, én... Jó, de hát annyi helyről Robert, jön vissza belátható... ez, hogy te leszel a tévéelnök a nyernek. Hát minden eresztékből ezt hallom. Te még nem hallottad? Most hallott tőlem először ezt a tévéelnököset? De hogy mondjam, Robert, az, hogy az ember eresztékekből mit hall,
és hogy azt valóságnak tekintetek, akkor fölülnám a figyelmet, hogy nem kell minden pletykának fölülni. Mondd, hogy nem vállalnád, és akkor túl vagyunk a kérdésen. Ilyet sem mondok, mert hogy egy konkrét helyzetről vagy... De Robert, tehát induljunk ki a valóságból. Induljunk ki a valóságból. Belátható időn belül ilyen kérés egyáltalán meg se fogalmazódik felém. Ha megfogalmazod ilyen kérés felém, én nem mondanám automatikusan azt rá, hogy nem, nyilvánvalóan, mert vizsgálni kell, hogy ez mivel járna. De a Partizánt nem azért építjük, hogy így odaadjuk egy állami pozícióért, amit a jó ég tudja, milyen politikai szándékok rángathatnak ide vagy oda. Nem akarom azt, hogy a Partizán vérrel verejtékkel megszerzett elismertségét, visszaigazoltságát, eredményeit, azt ilyen szinten apró pénzre váltsuk. Nem ezért csináljuk. Nem látom belátható időn belül, hogy bárki fölvetné nekem ezt a kérdést. Én éppen ezért ezen nem gondolkozom. Voltak, akik gondolkoztak azon, hogy hogyan lennének majd tévéelnökök, hogyha esetleg ellenzéki váltás van. Nekem ilyen terveim nem voltak. És nem nagyon hiszem, hogy Márki-Zay Péter, ha megtalál egy ilyennel, akkor rögtön azt mondtam volna, hogy persze, én 36 évesen majd el fogom vezetni a közmédia egészének a rendszerét. Nem gondolom, hogy ez belátható időn belül egy olyan helyzet lenne, amire nekem igent kell mondanom. De azért mondom rá, azért nem mondom rá azt sem, hogy nem, mert hogy az, hogy 50-60 évesen milyen típusú közéleti feladatot vállalnék el, milyen típusú pozícióra mondanám azt, hogy igen, lenne értelme, ha az a kérdésed, hogyha ez lenne a feladat, hogy végig gondoljon, hogy nézne ki egy 21. századi köztelevízió vagy közmédium rendszer Magyarországon, érdekelne a feladat, azt mondanám, hogy elugrani nem ugranék el előle, de az nem azt jelenti, hogy rögtön elvállalnám, elkezdenék gondolkodni rajta. Nagyon érdekesnek találnám azt, hogy mit lehet kezdeni egy közmédium rendszeren keresztül azért, hogy ezeket a szélsőséges kulturális különbségeket, amik elválasztják az ország különböző részeit, ezeket például lehessen csökkenteni. Hogyan lehetne az információkat demokratizálni Nyíregyházán, Békéscsabán, nem tudom én, Sopronban, és így tovább, hogy a közepes településekre már ne is beszéljek. Hogyan lehetne kezdeni valamit azzal, hogy mondjuk regionális kitekintésben működjön egy ilyen intézmény, és nem csak az ország határokon belül. Mit lehet kezdeni az európai pozíciónkkal, stb. Tehát ez egy nyilván olyan dimenzió, egy olyan helyzet, ami intellektuálisan tud érdekes lenni. Tehát nem mondjuk már azt, hogy nem. Persze, barom érdekes tud lenni, de ez nem egy olyan helyzet, amivel belátható időn belül foglalkozni kell, és a belátható időn belül évtizedes távlatot mondok. Jelenleg nekem a Partizánnal kell foglalkoznom, és a terveim ide korlátozódnak. Ez egy jó kérdés, hogy Gulyás Márton szolgálja-e a Partizánt, vagy a Partizán szolgálja Gulyás Mártont. Melyik az elősebb rend, melyik a cél, melyik az eszköz? Ez egy fontos kérdés, igen. Miért nem vezet prémium tartalmat senki más rajtad kívül? Senki más nem alkalmas? Nem, ez ilyen formában nem igaz, és ebben van szerintem változás. Tehát, hogyha megnézed például, a Tóth Jakab kollégám csinált ebben az évben a legnézettebb műsorokat, például az Azariával készített terepriportja, ugye Monoszkop terepunk, ez a műsornak a címe, az eddig legnézettebb tartalma a Partizánnak 2023-ban. De azt is tudom mondani, hogy például az Oroszi Babett, a Jelencsér Gábor Pál és a Kilián megcsinálták a Rendszerhiba című dokumentumfilmet a magyar filmgyártás elmúlt 30 évéről. Az egy majdnem 4 hónapon keresztül készülő produkció volt. Én például nem tudok a Partizánban jelenleg 4 hónapon keresztül készülő dokumentumfilmet csinálni, pedig lennének terveim, gondolhatod. Tehát, hogy nem az van, hogy csak én csináltok prémium contentet, és senki más nem, hanem vannak nekem bizonyos privilégiaim, igen, mert én kezdtem el, az én arcomat ismerik, rám épül az egész, stb. Stb. De azért az elmúlt 2 év folyamatai arról szólnak, hogy hogyan lehet a Partizánt intézményként mások számára is lehetőségként hozzáférhetővé tenni. Ha ezt nem csinálnák, akkor valószínűleg nagyon fából vaskarika lenne most egy közfinanszírozott kampányt tolni, amiben azt kérjük az emberektől, hogy ugyan gyertek már, építsünk közösséget, csak mondjuk a Partizán az alapvetően egy személyes projekt. Igen, én látszom a legjobban, de tudatosan és vállaltan dolgozunk azért, hogy hogyan lehet másoknak is lehetőséget adni, és feltett szándék, hogy a Partizán az nem egy one-man show, a Partizán az egy intézmény, de ez egy folyamat, aminek még az elején járunk. Melyik szerepethez ragaszkodsz jobban? A talk show hosthoz, vagy a felkérdező biztoshoz? Hát a kvázi Baló György, vagy Baló György szerinted felkérdező biztos volt?
Hát, ez, látod, na ez a bajok az analógiáiddal, hogy még te sem tudsz velük azonosulni, már a következő mondat. Jó, de jól megkülönböztethető a Friderikusztól, akárhogy is. Tehát, nem, ne haragudj, érdemes jó, megnézni. Jó, hát igen, valóban nem. Szerintem érdemes megnézni. A mai Friderikusztól valóban nem, de hát... Érdemes megnézni Friderikus Sándor, a 96-ban készített Orbán Viktor egy interjút, fönn van a csatornáján. Fantasztikusan izgalmas interjú, és annyit meg lehet érteni Orbán Viktorból, mint nagyon kevés más dologból. Azt ő csinálta. Politikai interjú, közéleti politikai interjú. És Baló Györgytől is minden tiszteletem ellenére, és egyetértek az értekítéleteddel, tudnék olyan interjút mutatni, amit ő Orbán Viktorral csinált 2006-ban, amitől te kaparnád, te az arcodat, mert Baló György ideológikusan kérdezte abban az interjúban Orbán Viktort. Ez nem volna az érdemeiből, és fantasztikus örökség, amit sokkal jobban meg kéne becsülni az újságíró társadalomnak, szégyen ránk. Azt akarom csak mondani, hogy nem tudok egy ilyen elválasztásban gondolkodni, mint amit te most elvárnál tőlem. Én jelenleg a Partizánnak a vezető műsorvezetője, főszerkesztő és alapítója vagyok. És az elmúlt években elkezdtünk építeni egy intézményt, amiben eljárásrendek vannak, struktúrák vannak, és ezer problémával küzdködünk, mert nyilván ez egy borzasztóan nehéz folyamat, belülről is, kívülről is érnek mindenféle nyomások, stb. De küzdünk, itt vagyunk és csináljuk, és minél transzparensebben próbáljuk csinálni, mert az a helyzet, tudod, hogy médiumokat még építenek ebben az országban, de világnézetileg elkötelezett médiumot, amely közben próbálja magát közösségi alapon működtetni, belső demokráciát meghonosítani, stb. Ilyenre nincsen példánk. Nem tudjuk, hogy hova lehet nyúlni inspirációért, tanácsért, bármilyen szempontból ikletért, hogyha akarunk a saját nehézségeinken túllendülni. Ezt nekünk kell megszülnünk, és ez egy nagyon nehéz folyamat. Nagyon sok feszültséggel, adott esetben dűvel, adott esetben megbántottsággal járó folyamat. Én ezt soha nem fogom eltagadni. A Partizánban belül konfliktusok vannak, de az nagyon fontos, hogy megvan teremtve az a környezet, amiben a konfliktusokat lehet szóvá tenni, lehet velük valamilyen módon produktívan kezdeni valamit, és eljutatni A-ból B-be. És azt gondolom, hogy egy olyan országban, ahol nincsen munkai demokrácia, kb. Szinte sehol a minimális NGO-kat és KKV egy-két fős cégeket leszámítva, ahol alapvetően a munkavállalónak kussa neve, ahol alapvetően az emberek tényleg csak az idejüket eltölteni járnak be, és semmifajta személyes viszonyt nem tudnak kialakítani a cégnek vagy a szervezetnek a missziójával. Ez a vállalás az összes bénasságával, az összes ellentmondásával, az összes hülyeségével együtt is érdemes lehet találni a figyelemre, és érdemes lehet arra, hogy bizalmat szavazzanak neki az emberek. Tegnap volt egy aktivista találkozónk, ott volt vagy 30 ember, nagyon különböző hátterekkel, és annyira inspiráló, megható volt az, hogy emberek a szabad idejükből arra áldoznak, hogy a Partizán támogató kampányt működtessék, hogy azt gondoltam, hogyha ez tényleg létezik, hogyha tényleg képesek vagyunk ilyen hatást kiváltani, akkor talán nem csak az én lázálmom, hogy ennek lehet ilyen típusú, a Partizánon túlmutató következménye, hanem talán tényleg képes lehet ilyen értelemben is kultúraváltáshoz hozzásegíteni. De ez nyilvánvalóan elsősorban magunkon kell elvégezni ezt a munkát, de jelzem, hogy végezzük, és kérem, hogy kérdezzetek, kérjetek számon bármilyen formában, csak azt ne vitasd el, hogy próbálkozunk azon, hogy ezeket a helyzeteket tisztességgel megválaszoljuk. Forradalmár vagy, újságíró vagy. Hol vagyok én forradalmár? Hát ezzel a mondásoddal, hogy Partizán, na jó. Aktivista vagy, újságíró vagy, királycsináló vagy, Árnyék TV elnök vagy. Hogy érzed? Mennyire teljesül a személyed kapcsán a hatalmi ágak Montesquieu-i szétválasztásának elvárása? Nincs neked véletlenül túl nagy hatalmad? Nem érzed úgy? A Partizánon belül, vagy az országban? Magyarországon. Dehogy is. Milyen hatalma van nekem, Robert? Hát a... Túl nagy, bocsánat, mert van hatalma, A baloldal, hát legalábbis felvetődik, hogy a hát felveted, akkor mindenképp. A baloldal, hát alig ha csak bennem vetődik. Nem mondom, hogy a baloldal, hogy a baloldali politika, hogy a baloldali nyilvánosság, hogy a baloldali közvélemény, hogy az ellenzéki politikai mező fölött kvázi mint egy hitelesítést végző, vagy
megkérdőjelezést végző. Dehogy is, hát most mondtad, hogy Gyurcsány Ferencet, hogy be se tudom hívni egy életút interjúra. Milyen hatalmam van nekem? Amikor volt az előválasztás, a vitát így tudták opponálni az ellenzéki pártok. Semmi hatalmam nincs, és befolyásom nincs erre a folyamatra. Látod, még egy leszervezett interjút a Hernádi Zsolttal sem tudok kipréselni belőle. Tehát, hogy ez egy tetszetős perspektíva. Én nem is mondom, hogy nem legyezgeti a hiúságomat, de hát vegyük ki a kezünket a Biliből, nézzünk körbe a világban, és akkor látjuk, hogy ez nem igaz. Hát azért végignéztük, hogy mi maradt Fekete Győr Andrásból az interjú végére. Azért ennek a fényében a gyomorsavtól szétmart Fekete Győr András látványától azért mégiscsak egy egyetlen lépésen belül eljutunk Gulyás Márton hatalmáig, ami mégiscsak azért a helyzet az, hogy baloldal a te személyedben önmagánál többé válni vágyik, többé válni óhajt, erre vonatkozóan mutatkoznak jelek, ilyen például ez az Árnyék TV elnöki sugalmazás. De amit te sugalmazol. Emelje fel a kezét, legyen szíves az, aki még nem hallotta, hogy Gulyás Mártonból tévéelnök lesz, ha nyer a baloldal. Most halljátok először. Emelje fel a kezét, legyen szíves az, aki már hallotta ezt. De Robi, nézi, de ha-ho. Tehát én nem azt mondtam, hogy nem hallottam. Na, tehát hanem... ez valami, elképesztő, hogy ez hallott... én terjesztem. De Robi, Robi, valamiket hallottam még? Hallottam olyat is, hogy feles többséggel alkotmányozni. Hallottam olyat is majd, hogy felcsúti per lesz, és a gépeket meg fogják állítani, hogy menekül a Mészáros Lőrinc. Tehát én csak annyit szeretnék mondani, Robert, én annyit szeretnék mondani, Robert, vagy tanácsolni, te 12 évvel idősebb vagy, mint én, jobban jársz, ha a magyar közéletben ilyen bemondásokat nem tekintesz azonnali igazságnak. Hát akkor ez egy ugyanolyan hazugság, mint a felcsúti per. Hát lehet, hogy valakinek volt ilyen terve velem, de hát az, hogy valakinek van ilyen terve velem, attól nekem miért kellene bármilyen felelősséget vállalnom ezért? Hát csak, hogyha neked nincs ilyen terved magaddal, csak akkor. Én nem tukmálom a TV elnöki posztot. Az a javaslatom, hogy tekintsünk meg még egy bejátszást, erre vonatkozó kérdés következik. Miniszterelnökként segítenéd a Ukrajnát a háborús konfliktus megelőzésében, vagy adott esetben, hogyha kirobban a konfliktus, segítenéd őket annak a kezelésében? Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván itt Magyarország azért valljuk be, hogyha éppenséggel nem... Akár katonai segítséget is biztosítanál. Ha nem Putyin ügynökeként működik Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül mindenféle segítséget és támogatást megadhat Ukrajnának. Akár katonait is. Hát, hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is, de egyelőre erről szó sincs. Nyilvánvalóan azt, hogy milyen kötelezettségek vállal a NATO, amelynek Magyarország lojális tagja kell legyen. Nyilván Magyarország hasonló missziókban már részt vett Afganisztántól, közel-keleti Afrikáig és a többi, és itt Orbán maga ajánlott fel NATO együttműködést különböző külföldi missziókban. Nem lehet kizárni, hogy lesz ilyen majd egyszer akár Ukrajna vonatkozásában is. Márton, mit tanultál ebből az esetből? Abból, hogy a kormány propaganda a te műsorod részletét felhasználva verte szét a Márki-Zay kampányt? Ez az interjú, hogyha te ezt holnap készítenéd, ugyanígy csinálnál mindent? Igen. Hát nem, bocsánat, nem, mert hogy egy mennyi másfél vagy két év most már talán... Nem tudom, szóval eltelt annyi idő, hogy másfél, bocsánat, igen, nem ezek a kérdések lennének relevánsak, ugyanis ez egy aktuál politikai interjú volt. De hogy szerintem egy tanulság mindenképpen van. Ha én a rogáni hatalomgyárnak a birtokában lennék, aminek nem vagyok, hatalom ide vagy hatalom oda, bármit is tulajdonítasz nekem, Robert, én ebből a beszélgetésből holnapra bebizonyítám rólad, hogy egy pedofil bűnelkövető vagy. Ez az egy tanulság van szerintem.
az, hogy, és örülök, hogy így raktátok be, hogy látható a teljes mondat. Szerintem bárki, aki hallotta ezt az interjút, akkor nem gondolta azt az állítást, amit egyébként Márki-Zay soundbite-jaiból végül megépített a Fidesz. És az, hogy egy ilyen típusú propagandagyár hogyan képes szétszedni mondatokat, kontextusból kiemelni, átfogalmazni, leegyszerűsíteni, stb., és ebben hogyan nincs a lehetőség az érintettnek ellennarratívát építeni, ez nem az én szégyenem, mert mondom még egyszer, ebből az interjúból és bármelyik interjúból egy ilyen hatalmi gépezettel le lehet gyártani azt a soundbite-ot, ami aztán betölti azt a funkciót, amit például ez a soundbite betöltött a választáskor. Nem jutott az eszedbe esetleg, hogy az újságírás és a kampányolás váltogatása okozta a bajt? Mire gondolsz? Hát, hogy... Mikor kampányoltam én Márki-Zay Péter mellett? Hát, mikor nem. Az volt az embernek az érzése, hogy a Márki-Zay Péter tulajdonképpen hazamegy hozzád, és ebben a helyzetben történt az, hogy Márki-Zay Péter ebben a szituációban, amikor te ott itt tényleg újságíróként kérdezted, hát a barátunk hát egy, hogy mondjam, nagybácsiként válaszolt, nem politikusként. Tehát, hogy, ez, hogy valójában ez a tisztázatlan szerep, meg ez a Márki-Zay Péterrel folytatott beszélgetések sorozatának ez a váltakozó funkciója. Bizonyos helyzetekben Márki-Zay Péter kampányán dolgozol. De melyik interjú volt szerinted? Mi alapján nevezzem meg, vagy határozzam meg, hogy melyik interjú? Mondd meg, amiben azt érezted, hogy én a kampányát építem. Nem tudom megnevezni az interjút, mert... Hát akkor úgy könnyű ilyet állítani. Hát most így, de hogyan kell megnevezni? Balú hát, Györgynek konkrétan... melyik interjúja volt olyan jó? Tehát most ez... Melyik volt az az interjú, amivel szerinted én a kampányát építettem? Kérlek, nevezd meg. De hogy tudnám megnevezni azt az interjút? De hogy, mi alapján? Hát mondjam azt, hogy a február 22-i volt az? Ezt várod el tőlem? Nem, hát összesen szerintem 5 vagy 6 interjút készítettem a kampányra. Én nekem az volt az érzésem, hogy a Márki-Zay kampánynak annak a szerves része az, hogy ő veled beszélget, és hogy te kérdezed őt. És ez más. És az, hogy a kampányának a szerves része, az nem engem a kampányának a szerves része, tehát hogy bizonyos szituációkban ez egy közös kampányolás, egy közös politikai aktivizmus, amiben részt veszel, a másik szituációban meg tényleg újságíróként kérdezett fel, keményen és tökösen. És hogy ez a Márki-Zay Péterrel folytatott váltakozó hangnem okozhatta-e esetleg azt, hogy Márki-Zay Péter egyszerűen elfelejtkezett arról, hogy egy országot vezetni készül. Vagy hogy ez valójában ez a Márki-Zay Péterből következik szervesen, és akárhogy is beszélgetsz vele, akármikor is kérdezel, akár alá, akár föntről keményen le a szemei közé, ő egy ilyen szituációba ugyanúgy belesétál, mint a faszerdőbe. Hogy értsem, hogy te nem érzékeled azt, hogy te ezeknek az interjúknak a során úgymond építetted Márki-Zay Pétert, és Márki-Zay Péter kampányát, népszerűségét, kompetenciáját a magyar nyilvánosságban? De az, hogy ez egy következmény interjúnak, az nem azt jelenti, hogy az interjú készítőnek a szándéka. Én nagyon tudatosan és konzekvensen egy adott hangnemet használtam végig a Péterrel szemben, aminek pont az volt a lényege, hogy ezt a típusú delikát helyzetet, ezt nagyon direkt sávban tartsam. Például, amikor felköszöntött élő adásban, én nem mondtam azt, hogy köszönöm szépen, nagyon köheket, kedves tőle, hát akkor majd nem tudom, bontsunk pezsgőt a adás után, hanem tudomásul vettem, hogy ő ezzel él, de én ezt nem viszonoztam. Ez a tény, hogy ő felköszöntött hát egy élő adásban, nem vett fel esetleg valamiféle dehogy problémát nem. A hangnem, tehát a nexus viszonylat. Hát dehogy nem, pont azt, hogy ő egy nagyon ügyes politikus, aki a familiaritásnak az érzetét akarta kialakítani. De Robert, kettőnk közül nem én voltam az, aki endorszáltam, vagy javasoltam, akkor bocsánat, mert mindig ezért is kapom az ívet. Tehát nem én voltam az, aki Márki-Zay Péter támogatása mellett
agitáltam a követőimet, az te voltál. Igaz, hogy nem is készítettél vele interjút, de én nem agitáltam a Márki-Zay Péter mellett. Egyébként akár még azt is megtettem volna, hogyha van erre egy szerkesztőségi felhatalmazás, de ideig nem jutottunk el, hogy erről egyáltalán beszéljünk. Arra volt mandátum, hogy ezeket az interjúkat elkészítsem, és az, hogy ezt a Márki-Zay Péter mire és hogyan használta, azt tényleg nem lehet számon kérni rajtam, mert az az ő eszköze arra, hogy valamilyen módon, egyébként el nem ítélhető módon népszerűséget, adott esetben támogatást csiholja magának. Valószínűleg ez volt a meggyőződés, hogy ez őt segíti. De ez nem az én meggyőződésem volt, én ezt nem kértem tőle, nem is viszonoztam semmilyen formában. Ami itt történt, az semmi más, mint az, hogy kérdéseket tettem föl, amikből, mondom még egyszer, és erről nagyon keveset beszélünk, pedig ez a lényeg, a rogáni hatalomgyár le tudta gyártani a szükséges soundbite-okat, mint ahogy mondom még egyszer, ebből a beszélgetésből is bármelyikünkről legyártható lenne a legszélsőségesebb bűncselekményeket pártoló álláspont is. 2006-ban te 20 éves voltál. Igen, azt hiszem. Igen. 2006-ban te 20 évesen a TV Székház Ostrom akkor, meg a rendőrattak napján, a forradalom 50. évfordulójának a napján, te hol voltál, mit csináltál, és hogy vélekedtél arról, ami zajlik? Ez engem személy szerint nagyon érdekel. Oké. Okay. A TV Székház Ostrom, akkor este már kim voltam, tehát hazaértem. Azt egyszer elmeséltem egy interjúban, tehát redundáns lesz, de talán ilyen szélesebb nyilvánosság előtt még nem. Én aznap, vagy előző nap kezdtem el dolgozni az MTV Székházban gyakornokként a reggeli műsorban, gyűlöltem, mint a szart. Borzalmas hely volt, iszonyatosan passzív-agresszív mindenki, egymással szemben a kollégák is abszolút mindenféle fajta empátiát nélkülözve ilyen parancsuralmi jelleggel dolgoztak, és ez az első nap teljesen tiszta volt. És én olyan sokba mentem haza, hogy így nem tudtam elképzelni, hogy ide még egyszer bemenjek, mert hogy ez egy vállalhatatlan szintér, itt ezt tényleg így alapjairól kéne fölrobbantani és fölgyújtani. Megtörtént. Tanulság, hogy ettől még egyébként nem lett kultúraváltás, tehát hogy ezek a típusú vágyak nem tudnak olyan típusú változást hozni, mint amit remélhetnénk. Úgyhogy én a TV Székház Ostrom, akkor este visszamentem a térre, azt tudom. Nem tudom, hogy meddig maradtam ott, de láttam távolból, valahol az Aulik utca környékéről emlékeim szerint a füstöt. Mit éreztél, gondoltál te arról, ami ott zajlott? Hát meg voltam rémülve, nem tudom. Hát egyrészt föl voltam nyilván ajzva, hogy fú, ez valami rendkívül, azt sem tudom, hogy micsoda. Másrészt meg, amikor mondjuk olyan közelségbe kerültem, hogy így azt lehetett érezni, hogy akár be is vonódhatok az eseményekbe, vagy nem tudom, hirtelen történhet valami, ami elránt magával, akkor az egy kicsit ijesztő volt. Hát egy nagyon, hát nyilván azt lehetett érezni, hogy ez egy történelmi nap, akárhogy is nézünk rá. Most van két domináns uralkodó narratíva, ma is, meg már akkor is. Megvolt a társadalomban, azzal, meg az elitben, azzal az eseménnyel kapcsolatban. Az egyik narratíva az, hogy ez a gazember, aki hazudott, akiről kiderült, hogy hazudott, aki ezzel lebukott, ez nem mond le. Hát takarodjon. Ez volt az egyik, takarodjon. És akkor mondják be a tévébe, és akkor kivonulunk az utcára, és akkor legyen következmény, következményt. A másik narratíva az volt, hogy ez a fasiszta söpredék ellepte az utcákat, és a demokratikus magyar berendezkedést és a demokratikus magyar kormányt akarja megdönteni. Hát azért most ezek nyilván két szélsőséges narratíva, de az egy ilyen szélsőséges helyzet volt, nem nagyon volt harmadik narratíva, vagy nyilván volt az a narratíva, hogy engem nem érdekel a politika. De hogy a kettő közül melyik volt az, amelyik te hozzád úgymond közelebb állt, melyiket tudtad a magadénak? Nem volt kialakult vélemény, már csak azért sem, az én környezetemben akkor egyrészt volt családi vonalon nagyon erőteljes jobboldali közeg, ami nyilván inkább ezt a típusú azonnal mondjon le képviselte, akkor volt a baráti köröm, iskolai köröm miatt egy erőteljesebb ilyen liberális közeg, tehát azzal is kapcsolatban voltam, és voltak egyébként azért más típusú vélemények is. Emlékszem, amikor Nádas Péter alapvetően támogatólag lépett föl Friderikus Sándor műsorában, az is nyilván erős hatással volt rám, mert hogy ő egy fontos író az életemben. Tehát, hogy ez nekem nem volt ebben egy kialakult, kiélelt álláspontom, mert nagyon sokféle hatásért, és akkoriban még nem éreztem azt, hogy én erről ki tudok alakítani bármilyen, nem tudom, meggyőződést. Uh-huh. És a rendőratak október 23-án. Az brutális volt. Az módosított valamennyire? Persze. Vagy az azért...
Persze. És azt hogy érezted? Hát az szörnyű volt. Szörnyű. Tényleg, őszintén, megrázó. Emlékszem a képekre, emlékszem a... Nem csak a hírtévés tudósításokra, hanem emlékszem utána az utcának az állapotára, ott a Rákóczi utca, és így tovább. Tehát az... Ja. Tehát akkor a hatalommal szemben éreztél te akkor... Robi, tényleges, tett fel a kérdésed saját egyszerűbb, mert... Tényleges saját indulatot éreztél azzal a hatalommal, mert hogy szörnyű dolog történik az utcákon, ebben mindkét oldal egyetértett. Csak hogy mi az igazán szörnyű, a szörnyű csőcselék, amelyik törzúz, vagy a szörnyű, hát mi általunk a mi adónkból fizetett, ugyanakkor megkülönböztető jelzés nélküli rendőr-terrorista söpredék, amelyik törzúz. És a két oldal egyetért abban, hogy hát szörnyű ez a törészúzás. Na de melyik a szörnyű? Mi a kérdésed? Hát ez a kérdésem, mi volt ott a szörnyű? Most... Hogy törtek, zúztak azok a vandálok, azok a foci huligánok, vagy hogy azok a rendőrök, akikkel nem volt megkülönböztető jelzés, akiknél tiltott eszközök voltak, olyanok, amik nincsenek is rendőrségnek az állományában. Azok hát nagyon nem szakszerűen a földön rúgdostak embereket, meg szemeket lőttek is, a többi. Tehát... durván visszaéltek azzal a jogukkal, amivel a társadalom fölhatalmazta őket, hogy úgy mondjam, az erőszak monopóliumukkal. Robert, ez egy sokkal dinamikusabb helyzet volt. Önmagában megrázkódtató volt hallgatni azt, hogy a miniszterelnöknek egy ilyen beszéde elhangzott, ez egyáltalán most a szélesebb nyilvánosság számára hozzáférhető, erről ki mit gondol, rengeteg cikk született, ami azonnal lemondást követelt, rengeteg cikk született, ami próbálta valamilyen módon magyarázni ezt a helyzetet, a rendőröknek a tevékenysége nyilvánvalóan teljességgel elfogadhatatlan volt, de emellett rengeteg más minden is történt azokban a napokban, amire szintén csak így kapkodta az ember a fejét. Tehát nem volt nekem akkor egy ilyen, tehát ez ma már ilyen nagyon elrendezett eseménysornak tűnik, ez valójában egy nagyon dinamikus két hónap volt, sőt inkább egy év, mert ugye aztán aztán a következő évnek a nyarán a Pride-ot szétverik ugyanazok az emberek, akik feltehetően szerepet vállaltak ott a TV-székház környékén is. Tehát ott nagyon sok esemény történt, amiben csak azt lehetett érezni, hogy így esik szét a magyar állam, esik szét mindenfajta autoritás, a kormány nem tudja ezt megfékezni, sőt minden megnyilvánulása inkább csak tüzeli az embereket, de az ellenzék részről is azt lehetett látni, hogy nincsen meg az a típusú, tehát hogy ugye megérezték a vérszagot, és el akarják érni azt, hogy amit nem tudtak az előző választáson, azt most minden inkább egy előrehozott választás, hogy bármilyen más formában a hatalmat megragadhassák. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy az a békés Magyarország, amihez hozzá voltunk szokva, amiben így azt lehetett érezni az elmúlt 15 évben, hogy itt érted, nem gyújtanak föl kocsikat, mert nincsen utcai vandalizmus olyan mértékben. Van egy nem tudom, foci meccs is, akkor esetleg utána az ultráknál, vagy szélsőséges elemeknél lehet találni ilyen típusú tevékenységet, de hát ez egy izolált dolog. Itt meg azt lehetett érezni, hogy az egész város hamarosan lángokba borul. Kemény időszak volt, nem tudom, mire vagy pontosan kíváncsi. Hát, hogy kitokoltál a helyzetért akkor? Hát, ha az a kérdésed, hogy Gyurcsány Ferencnek gondoltam, hogy van-e ehhez köze, akkor igen, gondoltam. Ha az a kérdésed, hogy gondoltam, hogy Gergényi Péter rendőrfőnök abszolút-e méltatlan ez a címhez, akkor persze, igen, gondoltam. Ha az a kérdésed, hogy gondoltam azt, hogy Orbán Viktor bár parádésan beszél a Schwabi Andrásnál a TV2-ben, de közben meg egy politikai opportunista is nyilvánvalóan semmi más nem hajt, mint a konfliktusnak az eszkalációjára, akkor ezt is gondoltam, és gondoltam, hogy nagyon sok minden más. Demszki kitüntette Gergényit, akkor mit éreztél? Hát én azt szerintem lehet, hogy pont nem is figyeltem. Nem tudom, most tényleg az a kérdés, hogy csak érzelemvilágon 2006 kapcsán? Vagy? Hát... elmondtam, de akkor elmondom még egyszer szívesen. Jó. Nem tűnt fel, hogy a Demszki tüntette, oké. Te eddig 5 parlamenti választáson szavaztál, hogyha jól számolom. 2006, 2010, 2014. 6-ban nem szavaztam. Nem? Pedig már 20 éves voltál. Igen, de nem érdekelt. Oké. Oké. Van nagyobb bűnöm is, mint hogy nem vettem észre, hogy Demszki kitüntette a Gergényt, látod? A jakobinusok úgy gondolták, hogy a semlegeseket is meg kell büntetni, de nem én mondtam.
Akkor ez azt jelenti, hogy csak 4 választáson szavaztál. Nem, hát ugye voltak Európa parlamenti... Nem, most csak a parlamentit vegyük. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy itt a második fordulót már a utolsó 4 alkalommal már nem is kell számolnunk, mert nem volt. Te kikre szavaztál ezeken a választásokon? 10-ben, 14-ben, 18-ban, 22-ben? 10-ben, ha jól emlékszem. Úgy emlékszem, hogy az MDF-re szavaztam. 14-ben LMP, 18-ban LMP, 22-ben Egyesült Ellenzék. Uh-huh. Mi identifikálja a baloldaliságot a szemedben? A tőke munkatengelyen elfoglalt pozíció, vagy a szexuális és etnikai kisebbségek érdekképviselete? Most ilyen political compass-t raksz össze fejben rólam? Uh-huh. Aha. Tehát még egyszer, tehát az a kérdés, hogy mi identifikálja a baloldaliságot a szemedben? A tőke munkatengelyen elfoglalt pozíció, vagy a szexuális és etnikai kisebbségek érdekképviselete? Hát most vagy azt kérdett tőlem, hogy legyek egy osztályredukcionista állásponton, és csak azt mondjam, hogy kizárólag a materiális kérdések számítanak, vagy pedig vállaljak föl egy nagyon szűk mesdjén behatárolt kulturális pozíciót, és akkor legyen az a totális pozícióm. Robi, tehát hogy... ez az, ami minket megkülönböztet egymástól. Szerintem neked ez egy csodálatos képességed, és nagyon fontos funkció van a magyar nyilvánosságban, hogy ilyen baltával metszed a kérdéseket, és addig élesíted, amíg végül fogpiszkáló nem lesz belőled, azt a fogpiszkálót, azt úgy állítod bele a másik emberbe, hogy ott azért megdermed a levegő. Én pedig megfogom a baltát, el se bírom, nézem ezt a fát, és észreveszem, hogy hát az erezete, meg a nem tudom mi, és hogy ez két különböző funkció, amit a nyilvánosságban visznek. És sokszor idegesítőnek találom ezt az attitűdet, de máskor meg igenis csodálom, és pontosan emlékszem, hogy amikor 20 éves voltam, akkor ez egy nagyon felszabadító funkció volt, és ebből a szempontból gondolom, hogy te egy pionír vagy, hogy nagyon élesen mertél olyan konfliktusokat kibontani, amik addig tabuzálva volt, vagy tabusítva voltak a magyar nyilvánosságban. De nekem ez nem az attitűdöm, nekem nem ez a lelki alkatom, nekem nem ez a politikai alkatom, én ennél egy tépelődőbb alak vagyok, és értem, hogy a tépelődés sokszor adott esetben lehet megalkuvásnak olvasni, adott esetben lehet balfasságnak olvasni, nagyon sok mindennek lehet olvasni, de közben meg azt is gondolom, hogy azért az nem árt egy demokráciához, ha az emberekben a kétkedés, az önmegkérdőjelezés és a tépelődés képessége, hát hogy mondjam én, legalábbis kialakul, és értem, hogy azt árad el tőlem, hogy most mondjam ki, hogy vagy egy osztályredukcionista baloldali vagyok, vagy egy kultúrbalos-balos vagyok, de hogy nem vagyok egyik sem kizárólagosan, hanem ezeknek és még sok-sok más komponensnek vagyok a része, és kérlek, hogy ne kényszer identifikálj, hanem engedd meg, hogy mondjuk elmondjam, hogy szerintem milyen a világ. Csak hát ez a legfontosabb kérdés a baloldalon. Én azt gondolom... Számodra. Ez a... Számodra. Ez ugyanis a baloldal elrablásának, liberálisok által való elrablásának a sarokpontja. Pontosan ez. A liberalizmus a baloldaliságot kvázi megszállta, kiüresítette, és elragadta, és áttematizálta, és ez maga a baloldali, úgynevezett baloldali identitáspolitika. Most az a kérdésem, és ezért nagyon fontos, és ezért ehhez most őrzővédő kutya módjára fogok ragaszkodni ehhez a tematikához, és ehhez a dilemmához, hogy ezen most keresztül menjünk. Most én ezt nem fogom elengedni. Persze a tépelődés az egy fontos erény, és a bölcsésznek, meg egyáltalán az értelmiséginek egy hatalmas skillje, hogy képes a tépelődésre, de ez egy nagyon fontos identifikációs sarokpont a baloldalon. Megértettem a kérdésed. Baloldalon. Az arról van szó, hogy a identitáspolitika, kvázi a tőke munkatengelyen elfoglalt pozíció képviseletéről, a baloldal identitásának az elterelése a szexuális és etnikai kisebbségek érdekképviseletére valójában a baloldaliságnak a kiüresítése, a liberálisok a baloldaliságot elragadják, áttematizálják, kiherélik,
És az volna a kérdésem, hogy te szerinted ez a művelet lényegét tekintve miben különbözik a blairizmustól? Jó. Ha az a kérdésed, hogy identitáspolitikai alapon vagy anyagi követelések mentén lehet-e többséget építeni a baloldalnak, akkor nem kérdés, anyagi követelések mentén. Nem taktikai, hanem elvi. Ez egy stratégiai kérdés. Ez egy stratégiai kérdés. Mit képviselsz? Hogy akarsz többséget építeni? Úgy, hogy elvárod azt, hogy mindenki a különböző névmásokban egységet vállaljon a kisebbségi követelésekkel, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy identitáspolitikai minimumokat akarsz kiterjeszteni a teljes társadalomra, vagy azt mondod, hogy figyelj, a legfontosabb kérdés nem az, hogy milyen rasszhoz, milyen szexuális orientációval rendelkezve, és így tovább tartozunk, mert ezek törzsi kérdések, vagy ilyen részkérdések. A baloldalnak meg alapvetően univerzalisztikus kérdéseket kell tematizálnia, vagyis osztályokról kell beszélnie. És osztálykövetelések mentén lehet a különböző identitáscsoportokat egységbe tömörítenie, és azt mondania, hogy az a követelés például, hogy a lakhatása mindenkinek biztosítva legyen, legalább azon a nyomorúságos szinten, hogy van egy ágy, ahol lehajthatja a fejét, meg egy mosdókagylóval megmoshatja az arcát, hogy ez egy emberi jogként biztosítva legyen mindenki számára, mert enélkül nem is lehet elkezdeni a létezésről beszélni. Nyilván ezek azok a követelések, amikről én azt gondolom, hogy baloldalnak fel kell vállalnia, ez az elvi álláspontom, ez a stratégiai álláspontom, és ez a taktikai álláspontom is, hogyha tetszik. Tehát az a kérdésed, hogy identitáspolitikai követelések vagy osztálykövetelések, osztálykövetelések minden fölött. Na, hát ez egy válasz volt. Hú. 3 óra után az első. Nagyon jó. Ne, ez, igen, egyetértünk, valóban. Nagyon helyes. Pont az a lényeg, hogy ezt a dilemmát, ezt eldöntsük és erre választ adjunk, mert ez valójában annak a kérdése, hogy liberálisok vagyunk, vagy baloldaliak. Hogy valójában az identitáspolitika, az identitás politikai értelemben vett, vagy kulturális értelemben vett baloldaliság, valójában liberalizmus állöltözetben. Amivel egyébként magával a liberalizmussal nincsen baj, csak amikor baloldaliságnak, vagy szocializmusnak adja ki magát, mert az nem az, hanem valami más is. Én pedig szeretem annak nevezni, látni és tudni a dolgokat, amelyek azok. Kényelmetlen helyzetbe hozol, de muszáj lábjegyzetelen mondatodat, mert azért ennyiben legyünk méltányosak a liberális polgártársakkal, hogy a progresszív identitáspolitika az nem, tehát annak van liberális kritikája is, tehát ne gondoljuk azt, hogy ezt kizárólag ők akarják rátolni. Na, tehát hogy csak akkor legyünk ebben méltányosak, mert szerintem az ő nyakukba se varjuk ezt a dolgot, pláne úgy ne, hogy szerintem a jobboldali identitáspolitika Magyarországon és a világban is sokkal súlyosabb, sokkal komolyabb következményei vannak, és alapvetően nagyon ügyesen terülik el róla a figyelmet, és robbantanak ki vitát egyébként anyagi követelésekben közösséget vállalni képes emberek között. Lassan a kis rendezvényünk végére érünk. Az jó, mert fiziológiailag én nem vagyok erre hitelesítve. Tehát... Na de, hát és a 4 órás, meg az 5 órás. Van benne szünet. Aha. Kis szünet. Az utolsó tematikus egységünkbe lépjünk be. Lépjünk. Alig, ha csak engem furdal a kíváncsiság. Mikor lépsz ki a politikai küzdőtérre? Kint vagyok. Politikus vagy? Nem. Állampolgár. Úgy értem, hogy mint politikus, nincs mint nektek. Jelölt, mint választható. Robert, nincsenek ilyen terveim. Nincsenek. És ha változik a helyzet? Akkor szerintem lesz a Partizánnal éppen egy feladatunk. Nézd, figyelj, én 36 éves vagyok most, következő hónapban leszek 37. A 20-as éveim azzal teltek el, hogy a Krétakör színház, ami számomra a legfontosabb kamaszkori élmények forrása volt, azt gondoltam, hogy oda csatlakozni az a világ legcsodálatosabb lehetősége, és ez megtörtént az életemben, és én ott lehettem. Szóval, hogy ez így nagyjából szétesett az alatt, amikor én ott voltam. És gyakorlatilag mindaz, amit én a kamaszkoromban gondoltam arról, hogy mit fogok csinálni, hogyha majd felnőtt leszek, azok a lehetőségek megszűntek, felszámolódtak, egy teljesen új világ alakult ki. Én a 30. életévenben úgy léptem be, hogy az a világ, amit én kamaszkoromtól kezdve szerettem, rajongtam, magaménak akartam, az így elérhető közelségbe került, csak mire odaértem, addigra megszűnt. És elkezdtem csinálni valami teljesen más, videózni kezdtem. A kilátástalanság az teljesen, hogy mondjam én, adott volt, évekig érdemi, hogy mondjam, én nézettséggel vagy visszaigazolással nem találkoztam, és gyakorlatilag tényleg a 2020-ig, tehát mondjából a pandémiáig bezárólag ez egy
korlátozott elérésű csatorna volt, 25, talán 30 ezer feliratkozóval és 1-2 ezeres nézettségű videókkal, és akkor már azért 4-5 éve toltuk. Tehát, hogy mondjam, igen komoly hit kellett abban, hogy ebből bármi tud majd később kifejlődni, és ezért nagy dicséret illeti az akkori társaimat, szövetségeseimet, akik ebben végig velettem voltak, Sánta Dániel, Klopstein Bálint, Földi Ák Vince, sokakat mondhatnék még, de most csak őket akarom, mert ők még most is itt vannak. Szóval, hogy mégiscsak eljutottunk odáig, hogy ez valamilyen módon találkozott egy bizonyos közönségérdeklődéssel, és meg tudtuk építeni ezt az intézményt, amit még most is építünk, most már több mint 50 fő közreműködésével. Nagyon nagy terveink vannak, én nem látom azt, hogy ezzel most bármi versenyképes tudna lenni Magyarországon, és nincsen szándékom azt, amiért ennyit küzdöttünk apró pénzre váltani valamifajta talmi dicsőségért. Tehát nem áll szándékodban jelölté válni, nem áll szándékodban politikai alternatívát képezni, nem áll szándékodban nem a talmi dicsőségért, hanem mondjuk azért, hogy alternatívát állíts egyrészt a hatalommal, másrészt pedig a rettenetesen inkompetens és rettenetes morális és rettenetes szakmai állapotban vergődő ellenzékkel szemben. Legyünk méltányosak, így a végén megengedhetjük magunknak, hogy ez szerintem mindig az, amit mondasz, de nem fogok vitatkozni veled, de hát azért ennek oka van. És azt gondolni, hogy itt pusztán csak arra lenne szükség, hogy újak álljanak ki a színre, és mondjanak valamit, és az majd hirtelen megváltoztatja a politikai erőviszonyokat, az szerintem egy teljes tévedés. Ha én politikai szerepet vállalnék, ugyanazokat a hibákat követném el, mert ugyanazok az erőviszonyok állnak rendelkezésre, mint ezeknek az embereknek. Lehet, hogy bizonyos kérdésekben tudnék valamit fordítani a közérdeklődésen, lehet, hogy föl tudnék építeni egy mozgalmat, de csináltam már ilyet korábban, és nem voltam benne sikeres. Nem tudtam én sem megváltoztatni azokat az erőviszonyokat, amelyeket a mostani politikusok sem tudnak megváltoztatni. Nyilván elég nagy szégyen, hogy legtöbbször azt látjuk, hogy már nem is ambicionálják. De hogy mondjam, én nem tudok malíciózus, és most nem rólad beszélek, hanem általában beszélek az ellenzéki nyilvánosság és beszélő fejek attitűdjéről, én nem tudok malíciózus és cinikus lenni a kordonbontókkal szemben. Jó megoldásnak találom? Nem. Van jobb ötletem? Nincs. A kordonbontóknál már csak a kordonbontáson elégedetlenkedők zavarnak jobban. És elmondhatnék rengeteg ilyen érvet is. Ki a franc tudja, hogy lehet, hogy pont ez vezet el, vagy kirobbant egy szikrát, és abból lesz majd valami. Ki a franc tudja, hogy például mondjuk a Debrecen környékén szerveződő ellenállás valamilyen formában átüt valamit a falon. Ki a franc tudja, hogy mondjuk jövőre lehet, hogy lesz egy-két polgármester, aki föláll, és pont az összeellenzéki támogatottságnak köszönhetően tud majd esetleg egy-két településen valamit mozdítani a dolgokon. Szerintem azt gondolni, hogy itt pusztán csak arról van szó, hogy az ellenzék tehetségtelen, alkalmatlan, erkölcstelen, stb. Az egy olyan típusú többletfelelősséget helyez rájuk, ami messze meghaladja valójában az ő kompetenciáikat. Ha te és én alapítanánk egy pártot, hatalmas népszerűség lenne az első pillanatokban, de egy héten belül, két héten belül, három héten belül, tök mindegy, ugyanazokkal a problémákkal találkoznánk, amivel ezek a pártok találkoztak, és ezek az emberek. Én nem szeretek úgy gondolni rájuk, mint erkölcstelen, alkalmatlan emberekre, hanem úgy gondolok rájuk, mint emberekre, akiknek ugyanúgy nincsen megoldásuk azokra a problémákra, amikre nekem sincs, de annyival vagyok beljebb, mint ők, hogy megtaláltam azt az akciórádiót a Partizánnal, amit ha következetesen, szívósan, a nehézségeket vállalva építek, akkor valamit ebben az országban tudok változtatni. Nem az ország egészének. De egy nem elhanyagolható részének. És ez számomra nagyon fontos, és azt gondolom, hogyha sok-sok ilyen típusú kezdeményezés van a különböző területeken, az agráriumban, a médiában még inkább, és mondhatnék még tovább ilyen területeket, ezek idővel fognak tudni hatni az ország egészére kiterjedően is, de ha csak azt tudják elérni, azt a néhány százezer embert, akivel kapcsolatban állnak, képesek valamilyen módon segíteni, hitet adni nekik, vagy inspirációt, képes velük kapcsolatot kialakítani, valamilyen közösséget szervezni belőlük, szerintem az is nagy szó, egy olyan társadalomban izolált, atomizált és teljességgel bizalomhiányos. Tehát ez azt jelenti, hogy ha lezajlik egy földindulás, és kinyílik a politikai küzdőtér ténylegesen, amelyben a közhatalom
forog kockán, akkor sem lépsz ki a politikai küzdőtérre. Így jól értem. Nincs ilyen tervem, Robert, mert a Partizán számomra fontosabb ezeknél az ambícióknál. Hogy ez meddig tart pontosan, 5 évig, 10 évig, 20 évig, 25 évig, 30 évig, nem fogok elkötelezni most arra, hogy az 50 éves énemet majd mivel szembesítsd, de azt tudom neked mondani, hogy most az a feladatom, és ez nem egy rövid távú elköteleződés, hanem egy hosszú távú elköteleződés, hogy a Partizánban megépítsük azt az intézményt, ami kirívóan hiányzik a magyar nyilvánosságból, ami képes rendszerkritikus attitűddel tartalmakat előállítani, hírműsorokat, interjúkat, dokumentumfilmeket, fikciós filmeket is idővel, és így tovább, és így tovább. Tehát egy alkotóműhelyként, produkciós műhelyként működik, és közben meg képes meghaladni azokat a finanszírozási problémákat, amelyeket sajnálatos módon nagyon sokan nem tudtak, képes bevonni olyan közfinanszírozási forrásokat, amivel ténylegesen társadalmasítja maga működését. Ez nagyon ambiciózus, és tudom, hogy nagyon PR szagú. És egyébként ezzel nyugodtan elkészhetsz a jövő évi felkérdezés napján, vagy 2 év múlva, mert ez egy annyira illékony dolog, annyira sokkal több kockázata van annak, hogy nem fog megvalósulni, mint hogy inkább meg fog valósulni. De az a helyzet, hogy én ebben viszont egy eléggé, hogy mondjam, tehát nekem kellenek ezek a típusú ambíciók ahhoz, hogy nap mint nap föl tudjak kelni, és vigyem a Partizánt azokkal a kollégáimmal, akiknek hát nagyon hálás vagyok, és nagyon inspiratívnak tartom, hogy ilyen emberekkel dolgozhatok. Ez egy olyan értéke az én életemnek, amire én nem gondoltam kamaszként, hogy nekem mondjuk 36 évesen ilyen lehetőségeim lesznek. És az a helyzet, hogy a korosztálytársaim nagyon kevés részének vannak ilyen lehetőségei. Nagyon-nagyon kevés részének. Azok az emberek, akikkel gimnáziumban színházat csináltam, fiatal felnőttként kísérleti filmeket csináltunk, látom a sorsukat. És nem tehetségtelenebbek, mint én, nem képességtelenebbek, mint én, csak nem voltak olyan helyzetek közelében, mint én, és nem tudtak megragadni olyan lehetőségeket, mint én. Tehát már csak ezért is érzem magamban azt a felelősséget, hogyha én viszont ezt összetudtam rakni, összetudtuk rakni azokkal, akik itt vannak a Partizánban, akkor ezt nem lehet kockáztatni csak azért, mert hirtelen azt gondolom, hogy nekem politikusként most hirtelen akkora felelősségem lenne. Ez egyrészt egy hűbrész. Azt gondolom, hogy pusztán csak azért, mert én beszállok, majd változik valami. Dehogy is. Mozgalmak sora kell ahhoz, hogy érdemben változzon bármi. Nem Orbán Viktor az önálló problémája ennek az országnak, hanem az a politikai, hatalmi, gazdasági komplexum és struktúra, ami kitermeli az Orbán Viktorokat, és azt nem lehet megváltoztatni csak akkor, ha társadalmi arrendszerek, például a média működését megváltoztatjuk. Felkészültél-e rá, hogy megöregedj ebben a rendszerben? Hát ez bárcsak rajtam múlna, hogy egy ilyen... Nem vagyok rá fölkészülve, úgyhogy van-e más opcióm? Nem, hát figyelj, most voltam kint Amerikában, nagyon inspiratív volt, szuper volt, de én Kelet-Európát szeretem. Nagyon. Én szeretem Kelet-Európát, én ezt inspiratívnak találom, Magyarországot különösen, engem minden a NER nem tud kiradírozni, csináljanak akármit is, az ellenzék még annyira sem, tehát hogy ha az a kérdés, hogy... Ha az a kérdés, hogy tervezek-e Magyarországgal, akkor az a válaszom, én csak ezzel tervezek, de jobban szeretek beszélni Kelet-Európáról, mert az biztos, hogy egy nagyon fontos célkitűzésem, hogy a Partizán idővel azért, mint regionális dolog tudjon jelentőségre szert tenni, mert itt vannak a sztorik. Nem lehet megérteni Magyarországot pusztán a nemzetállami keretek között, csak ezekben a regionális geopolitikai összefüggésekben, és ez az, ami nagyon hiányzik szemléletmódként ahhoz, hogy bármilyen változás elinduljon. Kedves nézők, azt javaslom, hogy tekintsétek meg a Partizán 1% gyűjtési kampány videóját. A Partizánnak rád is szüksége van. Idén a személyi jövedelemadód 1%-át már nekünk is adhatod. Ebben a videóban megmutatjuk, hogyan tudod támogatni a Partizánt extra erőfeszítés vagy anyagi teher nélkül. A felajánlás nem tart soká. Csak néhány egyszerű lépést kell megtenned, és az általad befizetett adó 1%-a már is a csapat munkáját segíti. Az adód 1%-ának felajánlása sokkal könnyebb, mint gondolnád. Ha van ügyfélkapud, akkor nincs más teendőd, mint ellátogatni az esja.nav.gov.hu oldalra. Figyelem, ha nincs ügyfélkapud, akkor előbb azt regisztráld. Szóval menj az esja.nav.gov.hu-ra, jelentkezz be, és az oldal jobb oldalán található lila gombbal már is a rendelkezésnél vagy. Itt kell beírnod a Partizán Alapítvány nevét vagy adószámát a megjelenő formanyomtatványba. Elfogadod, elmented. Kövesd a zöld gombokat. De még nem vagy kész. Még be is kell küldeni a szintén zöld beadás gombbal.
Ennyi az egész. Szánd ezt a pár percet a Partizánra, hiszen tudod, kérdések nélkül nincs változás. Ha túl gyorsak voltunk, aggodalomra semmi ok. Látogass el az sja1.partizanmedia.hu oldalra, és ott mindent részletesen megtalálsz. Nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem a közönségünknek. Még ne, bocsánat. Egyetlen kérdés nekem is fel kell tennem. Megengeded? Rengeteg mindenre készültem, azt hittem, egy csomó téma volt, nem is érintettél, de bocsáss meg, egyetlen egy dolgot nagyon szeretnék. Egyrészt tényleg köszönöm, hogy ezt elvállaltad. Nekem ez személyesen is nagyon fontos volt. Jó lett volna, hogy egy konfliktus még érintesz, de mindegy, azt most félreteszem. Egyetlen egy dolgot akarok fölvetni. Szerintem a te funkciód a mai magyar nyilvánosságban az továbbra is túlmutat a saját magad személyén. És éppen ezért szerintem nem mindegy az, hogy mi hogy állunk föl innen. Voltak pontok, amikben nem értünk egyet, vannak pontok, amikben teljesen elbeszélünk egymás mellett, de azért vannak azonosulási pontok, és szerintem ez fontos, és még fontosabb az, hogy azért a te személyed körül az elmúlt években volt egy nagyon fontos véleményformáló kör, akiknek a, hogy mondjam én, nyilvános tevékenysége igenis hat arra, hogy a teremben ülők, meg akik néznek minket, és még sokan mások hogyan gondolkoznak a visel dolgainkról. És engem nagyon... Szóval szerintem az a nagy veszteség, hogy te és a Schiffer András már nem beszéltek egymással. És szerintem ez azért egy nagy veszteség, mert azt gondolom, hogy abban a kritikában, amit megfogalmaztál vele szemben, abban kínosan sok igaz dolog van. Kínosan sok. De az a helyzet, tudod, hogy szerintem azért az András az, azért az, tehát hogy mondjam, ő nem Orbán támasza. És nem Orbán szekértolója. És valahogy azt akartam csak itt jelezni a nyilvánosság előtt, és ne haragudj meg, hogyha azt érzed, hogy ez egy ilyen, nem tudom, letámadás, vagy stb., de szerintem, vagy tök jó lenne erről ismerni a véleményedet, mert igazából azzal, amit te ott kérdeztél az Andrástól, és amiben úgy érezted, hogy beleszorítottad, azzal valójában nem az történt, hogy az András fölülvizsgálta a saját álláspontját, ami kívánatos lenne, hanem az a helyzet, hogy most már a Mi Hazánknak a tévében szerepel. Tehát gyakorlatilag elvesztette a kapcsolódását a nem fasiszta oldalhoz, és abban az időszakban 2023 Magyarországán, amikor azért, hogy mondjam, nem kell ilyen hiszteroliberálisnak lenni ahhoz, hogy kimondjuk azt, hogy a fasizálódás olyan mértéket öltő és olyan fordulatszámot vett, ami hát igen komoly aggályokra ad okot. Tehát, hogy azért most egy olyan politikai helyzetben vagyunk, amiben a rossz sebb tudja, hogy hova fog hirtelen megroppanni ez a tengely. Szóval, hogy nem hiszem, hogy megengedhetjük azt, hogy a Schiffer András az közelebb álljon a Mi Hazánkhoz, mint hozzád. És csak az a kérdésem, hogy nem gondolod azt, hogy a viszonyatok megengedte volna azt, hogyha van kritikád vele szemben, azt személyesen elrendezd, és még inkább, hogy jelen helyzetben utána nyújj, nem most, nem itt nyilvánosan, de mégiscsak biztosítva a nézőket arról, hogy ez egy reparálható vagy reparálandó viszony. Hát én nagyon sajnálom, hogyha én a Schiffer Andrást a Torockai Lászlónak az ölelő karjaiba üztem. Én őt egyszerűen csak konfrontálni akartam azzal, ami az én nagyon rossz érzésem volt addig már nagyon sokszor nyeltem le a békát, újra lenyeltem a békát, és újra, és magyaráztam magamnak, hogy az András majd bizonyára ezt majd így árnyalja, meg majd valamilyen, de hogy az, amikor azt láttam, hogy ez tendenciózus, akkor azt éreztem, hogy nekem felelősségem van az iránt, hogy ebben a helyzetben éles vonalat, vörös vonalat húzzak, meghatározzam azt, hogy ez ebben a szituációban az én szememben egy kritikus mértékű rendszer társutasság képét ölti fel, és én ezt igyekeztem jelezni neki, hogy ha az én szeretetemen fog múlni, hogy ő visszataláljon a centrumba, én itt vagyok a centrumban, és készen állok centristává szeretni őt. És én leszek a legboldogabb, hogyha ő revízió alá vonja azokat a kijelentéseit, amely kijelentései miatt én nem tudtam ezt a beszélgetést megspórolni. Sanna Marinra vonatkozó kijelentése például, csak most
példát hozzak, tehát ez is egy olyan, az is egy olyan határátlépés volt az én szememben, amit jeleznem kellett. Ez az én felelősségem. Olyan, ahogyan a kisherceg megszelídíti a rókát, onnantól felelős a rókáért. A róka dolgam az már nem a rókának az egyéni szoc problémája, hanem a kisherceg a maga problémájává tette a róka problémáját. És a helyzet az, hogy a Schiffer András problémája, én a Schiffer Andrással olyan mozgalmi múltunk van a Schiffer Andrással, hogy a Schiffer Andrásnak a mondásai azok az én problémáim is, nem a Schiffer Andrásnak az egyéni szoc problémája, mert rókává szerettük már egymást egyszer, és ebben a helyzetben nekem felelősségem van ő iránta. De a helyzet az, hogyha én ezt a beszélgetést nem nyilvánosan rendezem meg, az eredmény pontosan ugyanez lenne, ő nem állna velem szóba, viszont azt a kulturális precedenst sem tudtam volna legyártani, kvázi nem tudtam volna megvonni a vörös vonalat, ami által hát önmagamat is identifikálom ebben a szituációban, önmagamat is meghatározom. A centrizmus az itt 4 éves ciklusra mást és mást jelent. Ami a 2014 és 18 között centrizmus volt, az 2018 és 22 között már nem feltétlenül az, ugyanaz az attitűd, ugyanaz a magatartás adott körülmények között, akkor és ott. Az volt más körülmények között, nem az, mert a magyar politikai tér fizikája folyamatosan változik. Ahogy a NER egyre nő és nő és nő, úgy a NER-nek a gravitációs tere is egyre nő és nő és nő, és ráadásul ez a háború, ebben a háborúban Magyarország szerepe különös tétet rendelt amögé, ami mögött a múlt évtizednek a derekán egy MeToo ügy állt, meg néhány amerikai college-ban hisztiző hülye gyerek. Hát most meg egy háború, meg egy hidegháborús szakadék, aminek Magyarország speciál a rossz oldalán áll. Speciál nem azon, ahol Géza fejedelem és István király kijelölte a helyét. Ez egy olyan szituáció, amiben élesebb határokat kell vonni, pont annyival élesebbet, amennyivel több vér és szenvedés képezi az ukrán fronton a fedezetét, mint azoknak a hülye gyerekeknek a hisztia amerikai college-okban, mondván, hogy nehogy már valaki beöltözzön feketének, vagy nehogy már valaki beöltözzön indiánnak. Hát a helyzet az, hogy a világpolitika kilépett az abstrakcióból, és belépett a konkrétumba, belépett a új, visszatért a történelem. És ebben a szituációban fokozott a felelősségünk és a szerepünk, meg kell határoznunk önmagunkat ebben a térben, és Magyarországon minden erő teljes erejével tájolja el az ideológiai és az identitás Robert, ebben sokkal ez egy identitás iránytű. És az érzésem, hogy ez az iránytű itt Magyarországon nem a hiteles képet mutatja. Ezért ezt az iránytűt, ez az iránytű, ennek a jelzése felülvizsgálatra szorul. És én ezt igyekeztem megtenni. Az én ajtóm nyitva áll Schiffer András előtt, én lennék a legboldogabb, hogyha a Schiffer Andráson nem látnám a rendszernek való megfelelés szándékát, hogyha azt az autonóm szereplőt látnám, akit még annak idején a parlamentben láttam, nekem, amikor ő az LMP-nek a frakció vezetője volt, kétségem nem fért az ő autonómiája, az ő függetlensége, az ő hatalomhoz való viszonyának a hitelessége iránt. Szeretném azt a Schiffer Andrást visszakapni. Tudom, hogy ahhoz egy sokkal kisebb NER tartozott, egy sokkal kisebb gravitációs térrel, egy teljesen más helyzetben, de én szeretném azt a Schiffer, és azért a Schiffer Andrásért, azért, hogy azt a Schiffer Andrást visszakapjam, én
Én az identitásom felét odaadnám. A szuper, de hajlandó vagy bármilyen méltányosságot gyakorolni irányába, hogy azon az ajtón bemerjen lépni? Hát már hogyne. Hát bármilyet, csak azt szeretném érezni, hogy mondjam, ami itt Magyarországon helyi klíma, az nem az erkölcsi struktúrának a hiteles leképeződése, hanem egy nemzeti radikális államhatalom és az ahhoz tartozó hatalmas, tetemes, gazdasági, politikai és média erő által meghajlított klíma, helyi klíma. Na, ebben a helyi klímában a Siffer András egy értékes, egy fontos, egy megbecsült embernek akarja érezni magát. Én meg egy független, autonóm, szabad embernek akarom érezni magam. Itt a különbség mi köztünk alapvetően ebben van. Nyilvánvaló, hogy ő is ciklusról ciklusra leír egyfajta irányt, amiközben a rendszer egyre hízik. Én is leírok ciklusról ciklusra egy irányt, én meg az autonómiámat féltem és őrzöm, és ezáltal én távolodni igyekszem, és nem pályára állni igyekszem. Nekem ezek voltak a rossz érzéseim a Siffer Andrással kapcsolatban. Alig ha csak én éreztem ezt, de más nem felelős olyan módon a Siffer Andrásért, mint amilyen módon én vagyok felelős a Siffer Andrásért. Természetesen készen állok arra, hogy a Siffer Andrással újra leüljünk egy asztal mellé, ő írt le engem, ő nem ül le velem egy asztalhoz, hogyha ehhez az kell, hogy fölhívjam és azt mondjam, hogy András, üljünk le egy sör mellé, beszéljük ezt meg, fontosabb ez a mi barátságunk, fontosabb ez a mi elvtársiasságunk, fontosabb ez a mi közéleti, kulturális helyi értékünk, sem hogy veszni hagyjuk, ha ezen fog múlni a dolog, én nyitott leszek rá. Én nekem csak az a nagyon rossz érzésem van, hogy egy ilyen felajánlással magamat aláznám le, mert hallani nem akarja a nevem. De nyitott vagy rá? Természetesen nyitott vagyok, és megkönnyebbülnék, hogyha azt érezném, hogy semmi jóvá tehetetlen nem történt köztünk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nem maradt más hátra, mint hogy megköszönjem az itt jelenlévőknek a jelenlétét, a kedves közönségnek a figyelmét, hogy megköszönjem a kedves tévénézőknek a figyelmét, és hogy megköszönjem Gulyás Mártonnak, hogy itt volt, és hogy felkérdeztem őt, és hogy néhány választ is kaptam. Köszönöm.